Egöszök Kriszti! A Pollensai probléma 1. A Barcelonából Mallorcára érkező gőzhajó korán reggel tette partra MR Parker Pineté palmánál és utasunknak rögtön csalódnia kellett. Tele voltak a szállodák. A legjobb, amit kínálhattak, egy belső udvarra néző, levegőtlen lyuk volt a város közepén ezt pedig MR Parker Pine nem fogadhatta el. A szálloda tulajdonosát nem érdekelte különösebben az elkeseredése. Hát mégis mit gondolt? Jegyezte meg egy várrándítással. Pálma egyre népszerűbb. Az átváltás iráta kedvező. Mindenki angolok, amerikaiak mindenki mallorcára telelni. Tömve az egész sziget. Nagyon is kétséges, hogy az angol óraság bárhol helyet talál magának ha csak nem formentornál, de ott minden olyan méreg drága, hogy abba még egy külföldi is belesápad. Elmer Parker Pine elfogyasztott egy csésze kávét meg egy süteményt, azután elment szemügyre venni a katedrálist, de rájött, hogy az építészeti szépségek pillanatnyilag nem tudják lekötni. Utána spanyollal megspékelt francia konyha nyelven tárgyalásba bocsátkozott egy barátságos taxisofőrrel, végigrágva a solleri, alcudiai, pollensai és formentori lehetőségeket, mely utóbbi részen pompás szállodák vannak ugyan, csak hogy igen drágák. MR Parker Pine most már indítatva éreztem magát, hogy megkérdezze, mennyire drágák. Olyan összeget kérnek, válaszolta a taxisofőr, hogy azt nevetséges képtelenség lenne megadni hiszen nem köztudott te, hogy az angolok éppen azért jönnek ide, mert az árakolcsók és méltányosak. Emmer Parker Pine megerősítette, hogy így van, de mégis milyen összegeket kérnek Formentornál. Hihetetleneket. Világos de pontosabban. A sofőr végre hajlandónak mutatkozott konkrét számadatok megnevezésére. Mivel nemrég volt alkalma vendégeskedni igazán méregdrága Jeruzsálemi és egyiptomi szállodákban, Emmer Parker Pineté nem rázta meg az összeg. Az alku megköttetett, Emmer Parker Pine felhányták a taxi tetejére, és körbehajtottak a szigeten, előbb az olcsóbb szállás lehetőségekkel téve próbált, de végcélul mindvégig formentort tartva szem előtt ám a tőkepénzesek e végső lakhelyét nem érték el, mert Pollens a szűk utcáin átvágva es a tengerpart hajlatát követve egyszer csak megpillantották a Hotel Pino doro a tenger legszélén kis szálloda olyan kötpárás kilátásra tekintett ezen a kellemes reggelen, amely a japán fa meccetek rafinált homályosságát idézte. Emmer Parker Pine azon nyomban eldöntötte, hogy ez és csak is ez felel meg neki. Megállította a taxit, és azzal a reménnyel nyitott be a festett ajtón, hogy végre valahára nyug helyet talál. Az öregecske házas pár, a szálló tulajdonosai nem értettek sem angolul, se franciául. A kérdés ennek ellenére kielégítően rendeződött. MR Parker Pine kapott egy tengerre néző szobát, a bőröndöket lepakolták, a sofőr gratulált utasának, amiért sikerült megúsznia ezeknek az új módi hoteleknek, a kálváriáját, és derűs spanyol köszönéssel elborzott. Emmer Parker Pine az órájára nézve látta, hogy még csak háromnegyed tíz van, kiment a vakító reggeli nap fényben fürdő kis teraszra, és aznap reggelin már másodszor kávét és süteményt rendelt. Négy azt találtott, az övé, egy, amelyről éppen szedték le a reggeli maradványait, és két másik, amely foglalt volt. A hozzá legközelebbinél egy család ült, apa, anya és két idősecske leány németek. Rajtuk túl, a terasz sarkánál pedig egy nyilvánvalóan angol anya és a fia. Az asszony 55 éves lehetett. Kellemes árnyalatú haja volt, józan, de korán sem divatos tweed és szoknyát viselt, és az a meghitt nyugalom lengte körül, amely oly jellemző a világlátott angol nőkre. A vele szemben ülő fiatalembert Emmer Parker Pine 25-nek nézte, ő is tipikus képviselője volt társadalmi osztályának és generációjának. Nem volt se jó képű, se csúnya, se magas, se alacsony. Látszott, hogy igen jó viszonyban van az anyjával tréfálkozott vele, s a legnagyobb természetességgel adogatta a kezébe a cukrot meg mindenfélét. Beszélgetés közben az asszonynak Emmer Parker Piner a tévedt a pillantása. Jól nevelt közönnyel mindjárt el is nézett fölötte, de Emmer Parker Pine tudta, hogy megemésztették, katalogizálták. Rá ismertek mint honfitásra, és hamarosan intéznek majd hozzá valamilyen szívélyes, érdektelen kis megjegyzést. Emmer Parker Pinenak ez ellen nem volt semmi kifogása. Honfitársai és honfitársnői külföldön rendszerint untatták ugyan, de azért mindig kész volt egy kis nyájas csevegéssel elütni az időt. Egy ilyen kis szállodában kínos is volna, ha nem tenné. Ennek az asszonynak, ezt egészen biztosra vette, kitűnő szállodai modora, van. Az angol fiú felállt, nevetve mondott valamit, és bement a szállóba. Az asszony fogta a leveleit meg a táskáját, és áttelepedett egy tengerre néző székbe. Kinyitotta a kántönentől déli maiét. Háttal ült Emmer Parker Pinenak. Miközben a kávéja autóját kiitta, Emmer Parker Pien feléje pillantott, és abban a pillanatban megmerevedett. Rémület fogta elféltette békés pihenője folytatását. Az a hát iszonyúan kifejező volt. Sok ilyen hátat mért fel ő már életében. Rezzenéstelensége az a feszült tartása nélkül, hogy a nő arcát látta volna, tudta, hogy a szeme fénylik a visszafojtott könnyektől, hogy csak a legnagyobb erőfeszítéssel képes uralkodni magán. Emmer Parker pályán óvatosan, mint az űzött vad, visszahúzódott a szállóba. Alig fél órája kérték meg rá, hogy írja be a nevét a pulton heverő vendégkönyvbe. Itt is van igazán takaros írással C. Parker Pine, London. Néhány sorral följebb Mr. Parker Pine a következő bejegyzésekre lett figyelmes, Mr. S. Rochester, Mr. B. Zl Chester Holm Park, Devon. Emmer Parker Pine tollat ragadva sebesen korrigálta a nevét. Immár, már, igaz, hogy nehezen olvashatóan, az állt ott, hogy Christopher Pine. Ha MRS es gondjai vannak a pollensai öbölben, nem lesz könnyű MR parkerpinehoz folyamodni a segítségért. Ez az érdemes úri ember nem győzött támuldozni rajta, hogy azok közül, akikkel külföldön találkozik, mennyien felismerik a nevét, mennyien emlékeznek a hirdetésére. Angliában naponta sok ezren olvassák a Timesot, mégis a legnagyobb őszinteséggel jelenthetnék ki, hogy soha életükben nem hallották ezt a nevet. Úgy látszik, külföldön több figyelmet fordítanak az újságjukra. Egyetlen tétel szerepeljen bárcsupán csupán a hirdetési rovatban sem kerüli el a figyelmüket. Eddig is több ízben félbe kellett szakítania a szabadságát. Egész sor problémával küzdött meg, gyilkosságtól a zsarolási kísérletig. Feltette magában, hogy Mallorcán nyugalmat fog élvezni. Ösztönösen megérezte, hogy egy aggódó anya igencsak felkavarhatná ezt a nyugalmat. Emmer Parker Pályn elégedetten berendezkedett a Pino d Oróban. Volt nem messze egy nagyobb szálloda is, a Meripose, ahol sok angol szállt meg. Azon kívül egy egész művész kolónia élt a környéken. Továbbá elsétálhatott az ember a tengerparton egy halászfaluba, ahol volt koktélbár, itt találkoztak a népek, és volt néhány üzlet is. Minden nagyon békés volt és kellemes. Nadrágos lányok járkáltak föl alá, színpompás kendőkkel a felső testükön. Barettet viselő, hosszú hajó fiatalemberek emberek szónokoltak matbárjában olyan témákról, mint a plasztikus értékek meg az abstrakt festészet. MR Parker Pályn érkezésének másnapján MRS Chester néhány konvencionális megjegyzést tett neki a kilátásról és a remélhető legtartósnak bizonyuló jó időről. Utána a német asszonysággal csevegett a kötésről, majd pedig a politikai helyzet romlásáról váltott szót két dán úri emberrel, akik mással sem voltak elfoglalva, mint hogy hajnalban keltek, és napi 11 órát gyalogoltak. Emmer Parker Pine igen kellemes fiatalembernek találta Bézölc Hestert. Lépten nyomon uramozta Emmer Parker Pineté, és figyelmesen végighallgatott mindent, amit idősebb társa mondott neki. A három angol néha együtt kávézott vacsora után. A harmadik estén Bézöl tíz perc után otthagyta a társaságot, és Emmer Parker Pine négy szem közt maradt Emmer Est Hesterrel virágokról meg a termesztésükről beszélgettek, az angol font siralmas árfolyamáról, arról, hogy milyen drága lett Franciaország, s hogy milyen nehéz manapság igazi délutáni teához jutni. Minden este, amikor a fia elment, Emmer Parker Pine felfigyelt az asszony titkon megránduló ajkára, ám Emmeres Chester hamarosan magához tért, és kellemesen társalgott tovább a fenti témákról. Nem sokára már Basirről is ejtett egy-két szót, hogy milyen jó tanuló volt benne volt az iskola csapatában, tudja, mennyire szereti mindenki, milyen büszke lenne rá az apja, ha megérhette volna, s mekkora örömmel tölti előt az, hogy Bézöl sohasem vadult. Mindig mondom neki, hogy járjon fiatalok közé, de ő jobb szereti az én társaságomat. Csendes elégedettség volt a hangjában, miközben ezt a tényt leszögezte. Ez egyszer azonban MR Parker Pile nem azzal a tapintatos semmit mondással reagált, amely olyan könnyen jött neki. Így szólt. Ó, oh, pedig vannak itt fiatalok bőven nem a szállóban, hanem a környéken. Észrevette, hogy mr Chester megmerevedik. Ó, oh, igen, ezek a művészfélék. Lehet, hogy ő nagyon ódivatú, és az igaz művészet az persze más, de manapság sok fiatal egyszerűen csak ürügyként használja arra, hogy lófráljon, és ne csináljon semmit a lányok meg folyton isznak. Másnap Bézöl így szólt ember Parkerpinehoz. Borzasztóan örülök, hogy itt van, uram főleg anyám kedvéért. Szeret beszélgetni magával esténként. Az előtt mit szoktak csinálni? Ami azt illeti, többnyire pikéztünk. Értem. A piké elég unalmas. Nekem meg barátaim vannak errefelé borzasztó vidám társaság. Azt hiszem, anyám nem kedveli őket túlságosan úgy nevetett, mintha ez mulatságos volna. A matör olyan maradi. Még a nadrágot hordó lányokon is megbotránkozik. Hát igen, mondta Emmer Parker Pine. Mindig mondom neki, hogy haladjon a kóről. Az otthoni lányok borzasztó unalmasak. Értem felelte Emmer Parker Pine. Érdekelte a dolog. Egy miniatűr dráma volt kibontakozóban, és neki nem kellett részt vennie benne. Aztán bekövetkezett a legrosszabb már, mint Emmer Parker Pine szempontjából. Egy szó szátyár nő ismerőse szállt meg a mariposában. A teázóban botlottak egymásba, Emmeres Chester jelenlétében. Az új vendég felvisított. Nézze nekoda! Emmer Parker Pine az utolérhetetlen Emmer Parker Pine. És ödelőcsestől. Ismerik egymást. Na hát, tényleg. Ugyanabban a hotelben laknak. Ez az ember kész varázsló, ödelő, az évszázad csodája minden bajot kivasalja, helyben megvárhatod. Nem is tudtad. Hát csak hallottál róla. Sosem olvastad a hirdetését. Bajban van keresse fel Emmer Parker pineté. Nincs a világon semmi, amire ne volna képes. Féri feleség egymás torkának ugrik, ő kibékíti őket, ha elvesztetted az életkedvedet, a legizgalmasabb kalandokban részesít. Mondom, hogy kész varázsló. Így folytatta még sokáig, miközben Emmer Parker időnként szerényen tiltakozott. Nem tetszett neki a pillantás, amelyet M.R.S. Chester vetett rá. Még kevésbé tetszett neki a látvány, ahogy az asszony hazafelé sétált a parton, elmerült társalgást folytatva az ő locsi fecsi magasztalójával. A tetőpont hamarabb érkezett, mint várta. Aznap este kávé után M.R.S. Chester hirtelen így szólt. Bejönne a kis szalomba, pány. Beszédem volna magával. Nem volt mit tenni, mint meghajolni és engedelmeskedni. MRS Chester önuralma a végét járta, amint a kis szalon ajtaja becsukódott mögöttük, tóvő is tűnt egészen. Leült, és váratlanul sírva fakadt. A fiam, Emmer Parker Pine. Mentse meg, kérem. Meg kell mentenünk. A szívem szakad belé. Drága hölgyem, én mint egyszerű kívülálló. Nina Witherli szerint maga mindenre képes. Azt mondta, nyugodtan megbízhatom magában. Azt tanácsolta, mondjak el mindent és maga helyre hozza a dolgot. MR Parker Pine magában a pokolra kívánta az alkalmatlankodó Emmer Esvitherlit. Beletörődve az elkerülhetetlenbe, így szólt. Hát lássuk csak, mi a helyzet. Egy lány, gondolom. Beszélt róla magának csak közvetetten. Emerest hesterben átszakadt a gát. Az a lány rettenetes. Főzik, káromkodik, jó formán pucéran járkál. A nővére itt lakik hozzáment valami művészhez egy hollandushoz. Az egész társaság tűlhetetlen. Legalább a fele úgy él együtt, hogy össze se házasodtak. Bizöl teljesen megváltozott. Az előtt olyan csöndes volt, csak a komoly dolgok érdekelték. Már arra is gondolt, hogy régészetet tanul. Hát igen, mondta Emmer Parker Pine. A természet bosszúja. Hogy érti ezt? Nem egészséges, hogy egy fiatalember csak komoly dolgok iránt érdeklődjék. Egymás után bele kell bolondulni a mindenféle lányokba. Több komolyságot kérek, Emmer Pine. Egészen komolyan beszélek. Netán arról az ifjú hölgyről van szó, aki tegnap önökkel teázott. Felfigyelt a lányra szürke flénel nadrágjára a kíből köré csavart bíbor piros kendőre karma vörös szájára, és persze arra, hogy koktélt rendelte a helyett. Szóval látta. Rettenetes. Nem az a fajta, akiért bízöl rajongani szokott. Ön eddig nem sok alkalmat adott neki, hogy lányokért rajongjon, nem igaz? még hogy én. Túlságosan szeretett magával lenni. Helytelen. Előbb-utóbb kiózanodik, majd de ne siettesz. Nem érti. Feleségül akarja venni azt a lányt. Betty Greget már el is jegyezte. Ennyire komoly az ügy. Igen. Emmer Parker Pine, csináljon valamit. Meg kell mentenie a fiamat ettől a katasztrofális házasságtól egy életre tönkre tenné. A saját életét mindenki maga teszi tönkre. Basilé tönkre lesz téve jelentette ki MRS Csesztől. Én nem bizony miatt aggódom. Csak nem a lány sorsa aggasztja. Nem, én ön miatt aggódom. Elpazarolja mindazokat a jogokat, melyek születésénél fogva megilletnék. MRS Csesztől rámulva pillantott rá. Milyenek az ember évei 20 és 40 között? Megvan békjózva, lekötik mindenféle személyes és érzelmi viszonyok. Ez elkerülhetetlen. Ilyen az élet. De utána új szakasz következik. Az ember elmélkedhet, megfigyelheti az életet, felfedezhet ezt azt másokról és az igazat önmagáról. Az élet valóságossá válik jelentőségtelivé. Kerek egésznek látjuk nem csupán egy jelenetnek annak a jelenetnek, amelyet magunk, mint színészek, alakítunk. Egyetlen férfi vagy nő sem egészen önmaga 45 éves koráig. Ekkor kap az egyéniség. Engem túlságosan lekötött Bézöl szólalt meg Emmeres Chester. Ő volt a mindenem. Látja, ez helytelen. Ennek az árát fizeti meg most szeresse őt, amennyire csak tetszik, de közben ne felejtse el, hogy maga ödelő egy külön ember és nem csak Bézöl De a szívem szakad belé, ha Bézöl tönkre teszi az életét, mondta Bézöl anyja. Emmer Parker Pine elnézte finoman redőzött arcát, a sóváran legörbülő szájat. Szeretetre méltó nő. Nem akart neki fájdalmat okozni. Így szólt. Meglátom, Mit tehetek? Kiderült, hogy Basil Chester nagyon is akar róla beszélni, kész megosztani vele a saját álláspontját. Pokoli ügy ez. Anyám reménytelen elfogult, szűk Ha nem hunná be a szemét, ő is láthatná, milyen nagyszerű teremtés Beti. No és Beti. Bézöl felsóhajtott. Beti megmakacsolta magát. Ha csak egy kis engedékenység lenne benne, ha legalább egy napig nem rúzsozná a száját, olyan sokat jelenthetne. De még rá is tesz egy lapáttal a modernkedésre, amikor anya jelen van. Emmer Parker Pine elmosolyodott. Betty és anya a legdrágább teremtések a világon, az ember azt hitte volna, egyből összebarátkoznak. Magának még sokat kell tanulnia, fiatal ember mondta M.R. Parker Pine. Szeretném, ha velem jönne, megnézné betty aztán alaposan megbeszélnénk ezt az egészet. Emmer Parker Pine örömmel elfogadta a meghívást. Betty és a nővére meg ennek a férje egy düledező kis villában laktak a tengerparttól valamivel hátrább. Életük üdítően egyszerű volt. A bultorzat három székből, egy asztalból meg az ágyakból állt. Egy fali szekrény épp, hogy elegendő mennyiségű csészét és tányért rejtett. Hans izgékony fiatalember volt, bozontos szőke haja szálamként meredezett a fején. Igen furán, de annál szaporábban beszélt angolul, miközben fel a járkált. Stelő, a felesége, kicsi volt és fehérbőrű. Betigreg vörös hajú volt, szeplős és huncut szemű. Emmer Parker pály észrevette, hogy koránt sincs annyira kifestve, mint előző este a Pino d oróban. A lánya kezébe nyomott egy pohár koktélt, és mosolyogva így szólt. Szóval maga is értesült a nagy botrányról. Emmer Parker Pine bólintott. És kinek a pártján áll, nagy fiú? Az ifjú szerelmesekén vagy az anyáénő? Kérdezhetek valamit? Hát persze. Maga tapintatosan intézte ezt az egészet. Ugyan, de hogy felelte őszintén nem Szesz a vén macska az idegeimre ment. Körülnézett, hogy nem hallja ebézöl. Megőrülök attól az asszonytól. Évek óta a szoknyájához köti basilt már pedig ettől egy férfi hülyének néz ki. És bézöl egyáltalán nem hülye. Az anyja olyan borzasztóan úrinő. Ez önmagában még nem lenne rossz. Legfeljebb ódivató, mostanság. Betigreg hirtelen rávigyorgott. Arra gondol, amikor a viktoriánusok fölhúzolták a padlásra a leszékeiket. Aztán később lehozza őket az ember, és azt mondja, hát nem csodálatosak. Igen, körülbelül. Betty reggel eltűnődött. Lehet, hogy igaza van. Őszinte leszek. Bizöl dühített föl, hogy annyira idegeskedett, milyen benyomást teszek majd az anyjára. Emiatt túloztam el a dolgot. Szerintem még most is képes lenne lemondani rólam, ha a drágalátos anyja eléggé megdolgozná. Lehet, hogy ez be is következik felelte Emmer Parker Pine. Ha az anyja elég ügyesen lát hozzá. És maga majd kiokosítja. Mert magától eszébe se jutna, azt tudja. Csak egyre maceránába basílt, és ez nem jön be. De ha maga ötleteket adna neki. Ajkába harapott és ráemelte nyílt, kék szemét. Hallottam ám magáról, Emmer Parker Pine. Állítólag maga tud egyetmást az emberi természetről. Mit gondol, bizöl meg én neki vágjunk az életnek vagy ne? Előbb válaszoljon három kérdésemre. Alkalmassági teszt. Jól van, halljuk. Nyitott vagy csukott ablaknál szokott aludni. Nyitottnál. Szeretem a friss levegőt. Maga és Bézöl ugyanazokat az ételeket szeretik. Igen. Korán vagy későn fekszik. Megsúgom magának, hogy korán. Fél tíz után már ásítozni kezdek reggel pedig rendszerint tele vagyok energiával, de ezt persze nem merem bevallani. Akkor maguk tökéletesen egymáshoz valók, mondta Emmer Parker Pine. Hát ez elég felületes teszt. Egyáltalán nem. Legalább hét tönkrement házasságot ismerek, ahol a férjéi félig fönn maradt, a feleség pedig már fél tízkor elaludt, és megfordítva. Kár mondta Beti, hogy nem lehet mindenki boldog. Bézöl meg én, és az anyja, aki áldását adná ránk. Emmer Parker köhintett. Azt hiszem mondta, ezt el lehetne intézni. A lány kétkedő pillantást vetett rá nem vagyok biztos benne mondta, hogy nem akar-e felültetni. Emmer Parker pály arca semmit sem árult el. Emmer Hestert nyugtatgatta, de minden konkrétum nélkül. Egy eljegyzés még nem házasság. Ő most egy hétre elutazik Sollerbe. Azt javasolta az asszonynak, hogy viselkedjen egykedvűen. Tegyen úgy, mintha beletörődött volna a dologba. Igen kellemes hetet töltött Sollerben. Visszatérve azt látta, hogy egészen új fejlemény állt elő. A Pino D. Oróba belépve M.R.S. Chester és Betty Greg látványa fogadta, éppen teáztak. Bézöl nem volt ott. M.R.S. Chester nyúzottnak tűnt. Betty is eléggé sápat volt. Szinte egyáltalán nem festette ki magát, s a szemhéja mintha arra utalt volna, hogy sírt. Barátságosan üdvözölték de egyikük sem hozta szóba Basilt. A mellette ülő lány hirtelen felszisszent, mintha megcsípte volna valami. Emmer Parker Pine arra fordította a fejét. Bizöld Chester közeledett a partról felvezető lépcsőn. Egy olyan egzotikusan szép lány volt vele, hogy az embernek elállt a lélegzete. Fekete haja volt, és bámulatos alakja. Ez utóbbira óhatatlanul fel kellett figyelnie az embernek, mert nem viselt semmi egyebet, csak egy halvány kék krepköntöst. Rikító okkersárga arc festéket kent föl, ajka narancsörös volt de ezek a kenőcsök csupán még jobban kiemelték rendkívüli szépségét. Az ifjú bizölle se tudta venni a szemét az arcáról. Elkéstél, bizöl mondta az anyja. Úgy volt, hogy a mag bementek betyvel. Az én hibám mondta Lustán a gyönyörű ismeretlen. Észre se vettük, hogy elszaladt az idő. Basilhez fordult. Édes, hozzál nekem valami jó erőset. Azzal lerúgta a cipőjét, és előre nyújtotta manikűrözött lábkörmeit, melyeket smaragdzöldre festett, hogy passzoljanak a kézkörmeihez. A két nőre ügyet sevetett, vetett, inkább ember Parker Pine felé hajolt. Szörnyű ez a sziget mondta már majdnem belehaltam az unalomba, amikor megismerkedtem Basillel. Olyan egy drága. Emmer Parker Pine Miss Römóne mondta Emmeres Chester. A lány lusta mosolyjal nyugtázta a bemutatást. Azt hiszem, rögvest Parkernak fogom szólítani mormolta. Maga pedig hívjon Doloresnek. Visszajött Bézöl az italokkal. Miss Römóne Bézöl és Emmer Parker Pine között osztotta meg társalgását, ami inkább csak mély értelmű pillantásokból állt. A két nővel egyáltalán nem törődött. Betty néha megpróbált beleszólni a beszélgetésbe, de a lány ilyenkor csak ránézett, és ásított egyet. Dolores felpattant. Na, én megyek. A másik hotelben vagyok megszállva. Elkísér valaki. Bézöl már ugrott is. Szívesen. De Bézöl, drágám mondta Emmeres Csesztől. Mindjárt jövök, anyám. Hát nem egy mama kedvence. Kérdezte Miss Römóna csak úgy általánosságban. Amint szólítják, már pitizik is. Bizöl elvörösödött, feszengett. Miss Römóna biccentett MRS Csesztől felé, káprázatos mosolyt villantott MR Parker Pinera, azzal Basillel együtt távozott. Kínos csend támadt, amikor elmentek. MR Parker Pinenak nem akaródzott először megszólalnia. Betty Greg a kezét tördelve nézett ki a tengerre. Emmeres Chester arca elvörösödött a haraktól. Nos, mi a véleménye legújabb pollensai szerzeményünkről? Kérdezte Betty elcsukló hangon. MR Parker Pine óvatosan válaszolt. Elég ő egzotikus. Egzotikus. Betty keserűen felnevetett. Szörnyű teremtés, szörnyű mondta MRS Chester. Basilnek teljesen elment az esze. Basilnek kutya baja jelentette ki Betty. A lábkörmei mondta MRS Chester, és megborzongott. Betty hirtelen felállt. Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha én most hazamegyek, és nem maradok itt vacsorára, MRS Chester. De kedvesem. Bizől nagyon csalódott lesz. Gondolja. Kérdeztek úrta kacajjal Beti. Nos, mindegy, megyek. Megfájdult a fejem. Rájuk mosolygott, és távozott. MRS Chester odafordult MR Parker Pinehoz. Bár csak sose jöttünk volna el erre a helyre, soha. MR Parker Pine búsan rázogatta a fejét. Nem kellett volna elutaznia folytatta MRS Chester ha itt marad, ez nem következett volna be. MR Parker Pine ezt már nem hagyhatta szó nélkül. Kedves asszonyom, higgye el, ha egy szép fiatal nőről van szó, semmi befolyásom nem lehet az ön fiára. Nagyon hogy is mondjam fogékony alkatnak tűnik. Az előtt nem ilyen volt mondta könnyek közt Emmeres Chester. Hát mondta színlelt vidámsággal MR Parker Pine, ez az új vonzalom minden esetre kiábrándította őt Miss Gregből, úgy látom. Ön bizonyára örül ennek. Nem értem, mire céloz felelte MR-es Chester. Betty egy aranyos teremtés, és szereti Basilt. Igen szépen viseli ezt az egészet. Azt kell hinnem, hogy a fiam megőrült. MR Parker Pinenak sikerült arcrándulás nélkül fogadnia ezt a pálfordulást. Látott ő már női logikátlanságot épp eleget. Nem őrült meg, csak megbabonázták, mondta Szelíden. Az a teremtés valami spanyol. Ez tűrhetetlen. De nagyon csinos. Emmeres Chester erre már csak fújt egyet. Bizöl szaladt fel a tenger felőli lépcsőn. ha anya, itt vagyok. Beti hova lett? Beti hazament, mert megfájdult a feje. Amit nem is csodálok. Más szóval duzzog. Az a véleményem, Bézöl, hogy nagyon szívtelenül viselkedsz betvel. Az Isten szerelmére, anya, ne prézsmitálj. Ha Beti minden alkalommal így viselkedik, amikor egy másik lányjal szóba állok, szép kis életünk lesz. De hát el vagytok jegyezkedve. Igen, el vagyunk jegyezkedve. De ez még nem jelenti azt, hogy nem lehetnek külön barátaink. Manapság mindenkinek a maga életét kell élnie, ostoba féltékenykedések nélkül. Elhallgatott. Figyelj, anya, ha Betty nem vacsorázik velünk, akkor én vissza is mennék a mariposába. Ők is meghívtak vacsorára. Jaj, Bézöl. A fiú ingerült tekintetet vetett rá és lerohant a lépcsőn. MRS Chester szólóan nézett MR Parker Pinera. Látja. Mondta. MR Parker Pine látta. Két nap múlva került sor a kenyértörésre. Úgy volt, hogy Bizöl és Beti hosszú sétára mennek, és hideg ebédet is visznek magukkal. Amikor Beti megérkezett a Pino de Europa, kiderült, hogy el elfeledkezett az egészről, és egész napra elment Formentorba Dolores Römóne társaságával. A lánynak megrándult a szája, de más jelet nem adott. Hamarosan azonban felkelt, és odaállt Emmeres Chester elé, a két nő egyedül üldögélt a teraszon. Nincs semmi baj, mondta. Nem számít. De azt hiszem, jobb, ha-ha visszacsináljuk az egészet lehúzta újjáról a pecsétgyűrűt, amit Basiltől kapott eljegyzési gyűrűt később akart vásárolni a fiú. Átadná ezt neki, emmeres Chester. És mondja meg, hogy nincs semmi baj minden rendben, Beti, kedvesem, ne tedd. Szeret téged tényleg. Nagyon úgy fest, nem igaz. Mondta kurta kacajjal a lány. Nem bennem is van büszkeség. Mondja meg neki, hogy semmi baj és sok szerencsét kívánok. Amikor Bizöl este hazajött, vihar fogadta. A gyűrű láttán elvörösödött. Szóval így érez, nem Hát akkor szerintem is ez lesz a legjobb. Bézöl. Ő szintén szólva, anyám, az utóbbi időben nemigen jöttünk ki egymással. És ez kinek a hibája. Nem hinném, hogy az enyém. A féltékenység utálatos dolog, és különben sem értem, hogy mit izgatod magad miatta. Hiszen te kértél, hogy ne vegyem el betyt. Az még az előtt volt, hogy jobban megismertem volna. Bizöld drágám csak nem azt forgatod a fejedben, hogy ezt a másik teremtést veszed el. Bizöld Chester higgadtan felelte. Ebben a minutumban feleségül venném, ha hozzám jönne de attól félek, esze ágában sincs a hideg futkározott emberes Chester hátán. Még aznap este felkutatta MR Parker Pineté, aki egy meghitzukban olvasgatta a könyvét. Csináljon valamit. Csinálnia kell valamit. A fiam tönkre fogja tenni az életét. Emmer Parker Pine már unta egy kissé bézöl Chester életének sorozatos tönkre menetelét. Mit tehetnék? Beszéljen ezzel a rémes teremtéssel. Ha muszáj, Fizetni is hajlandó vagyok neki. Lehet, hogy sokba fog kerülni. Nem érdekel. Kár. De talán vannak más lehetőségek is. Az asszony kérdőn nézett rá. MR Parker Pine megrázta a fejét. Nem ígérhetek semmit, de meglátom, mit tehetek. Volt már dolgom a fajtájával. De basilnek egy szót se szóljon, az végzetes lenne. Hallgatni fogok. M.R. Parker Pine néféltájt tért vissza a mariposából. Emmeres Chester ébren várta. Nos. Kérdezte szorongva. M.R. Parker csillogó szemmel válaszolt. Senorita Dolores Ramona holnap reggel elutazik Pollensából, holnap este pedig a szigetet is elhagyja. Jaj, M.R. Parker Pine. Ezt hogy csinálta? Egy centbe sem kerül az egész, mondta M.R. Parker Pine ismét megcsillant a szeme. Gondoltam, hogy tudok majd hatni rá és így is lett. Maga csodálatos. Nina Witherlinek teljesen igaza volt. Szeretném tudni, hogy a tiszteledíja. Emmer Parker Pine felemelte szépen manikűrözött kezét. Egy pent sem kérek. Részemről az öröm. Remélem, most már minden rendben lesz. A fiát persze fel fogja dúlni, amikor megtudja, hogy a hölgy eltűnt, és nem hagyta meg a következő lakcímét. Legyen vele kíméletes egy-két hétig. Bár csak Betty megbocsátana neki. Meg fog bocsátani. Gazán szép pár lesznek. Mellesleg holnap én is elutazom. Ó, oh, Emmer Parker Pine, annyira fog hiányozni. Talán jobb is, ha elmegyek, még mielőtt a fia egy harmadik lányba is belebolondulna. Kettő. MR Parker a gőzös korlátjának dőlve nézte pálna fényeit. Dolores Ramona állt mellette. MR Parker elégedetten így szólt. Szép munka volt, Medellín. Örülök, hogy táviratoztam magáért. Fura, ha meggondolom, milyen csöndes, otthon ülő lány pedig. Medellín deszerő, Elias Dolores Ramona, is Megi Széörztár tárgyilagos hangon válaszolt, örülök, hogy elégedett a munkámmal, Emmer Parker Pine. Kellemes változatosság volt. Azt hiszem, le is megyek, és ágyba bújok, mielőtt a hajó elindul. Nem nagyon bírom a tengert. Pár perccel később egy kéz nehezedett Emmer Parker Pine vállára. Megfordulva Bézölc Hestert látta maga előtt. Muszáj volt kijönnöm, hogy elbúcsúzzam, Emmer Parker Pine, és átadjam Beti szeretett teljes üdvözletét, továbbá köszönetet mondjak magának. Fantasztikus munkát végzett. Beti és anya most már a legjobb barátnők. Szégyen gyalázat, hogy be kellett csapnunk szegény öreget, de hát olyan kibírhatatlanul viselkedett. Mindegy, minden a legnagyobb rendben van. Persze egy-két napig még meg kell játszanom, hogy dühöngök. Betty és én nagyon hálásak vagyunk magának. Sok boldogságot kívánok, mondta Mr. Parker Pine. Köszönöm. Rövid hallgatás után Bézöl színlelt nem törődömséggel újra megszólalt. Miss. Miss deszerő itt van valahol. Neki is szeretnék köszönetet mondani. Emmer Parker Pine néles pillantást vetett rá. Így szólt. Sajnos Miss Desserő már lefeküdt. Ó! Oh de nagy kár se baj, majd csak összefutunk Londonban. Ami azt illeti, haladéktalanul Amerikába fog utazni, egy üzleti ügyel bíztam meg. Á, mondta bizony szintelen hangon. Hát, akkor én megyek is. MR Parker Pine elmosolyodott. A kabinja felé ballagva bekopogott Medölin ajtaján. Jól van, kedvesem. Minden rendben fiatal barátunk járt itt az imént. Csak a szokásos, enyhe lefolyású modelein itt is. Néhány napon belül kiheveri majd de maga tényleg meg tudja bolondítani a férfiakat. A második konditas. John S.B. kilépett hálószobájából, és egy pillanatra megállt az ajtaja előtti lépcsőfordulón. Már lépett is volna vissza a szobába, amikor, jó formán a lába alatt, dübörögve megszólalt a gong. John vágtázni kezdett. Annyira sietett, hogy a nagy lépcsősor tetején összeütközött egy fiatalemberrel, aki a másik irányból érkezett. Haho, John! Mi ez a fejetlen rohanás? Bocs, Hári, nem vettelek észre. Erre magam is rájöttem, mondta szárazon Hári da De én azt kérdeztem, mi ez a fejetlen rohanás? Agon. Igen, Hallottam. De ez még csak az első gondítás volt. Nem, a második. Első. Második. Így vitatkozva ballagtak le a lépcsőn. Az előcsarnokba értek, ahol a komornyik, helyére téve a gongverőt, komor és méltóság teljes léptekkel feléjük indult. Ez volt a második erősködött John. Ebben biztos vagyok. Nézd csak meg, mennyi az idő. Hári Daleholó se felpillantott a nagy álló órára. 8 óra 12 mondta. Úgy néz ki, igazad van, John, de én akkor sem hallottam az első kondítást. Digby fordult a komornyik felé, ez az első vagy a második kondítás volt. Az első, uram. 8 óra 12 perckor. Digby, ezért még valakit kirúgnak innen halvány mosoly jelent meg a komornyik arcán. Ma tíz perccel később szolgáljuk fel a vacsorát, uram. A gazdám parancsa. Hihetetlen. Kiáltott fel Hári lehoruse? Ejnye bejnye. Szépen állunk. Az ember csak ámul és bámul. Mi baj a hőn szeretett bácsikámnak? A hét órai vonat fél órát késett, uram, és mivel a komornyik elhallgatott, mert hirtelen mintha ostor csattanást hallottak volna. Mi az ördög, mondta Hári. Ez tisztára úgy hangzott, mint egy lövés. Sötét hajú, jó képű, 35 éves férfi lépett ki a tőlük balra eső szalomból. Mi volt ez? Kérdezte. Éppen úgy hangzott, mint egy lövés. Talán egy gépkocsi kipufogója, uram mondta a komornyik. Ezen az oldalon egészen a ház közelében vezet a főút, és az emeleti ablakok nyitva vannak. Meg lehet mondta két kedve John. Csak hogy az arra van. Jobbra intett a kezével. A zaj meg szerintem innen jött. Balra mutatott. A sötét hajó férfi megrázta a fejét. Nem hiszem. Én a szalomban voltam. Azért jöttem ki, mert úgy gondoltam, hogy a zaj ebből az irányból hallatszott. Azzal a gong meg a bejárati ajtó felé biccentett. Kelet, nyugat és dél, hm. Mondta az örökké jókedvű Hári. Na, akkor kikerekítem, Kín. Én éjszakra szavazok. Úgy gondolom, mögülünk jött. Van valakinek valami megfejtése. Kézem fekvő lenne, mondjuk, egy gyilkosság szólt mosolyogva Jeffrey Kín. Bocsánatot kérek, Miss B. Á, semmi, csak megborzongtam, mondta John. Mintha valami izé sétált volna át a síromon. Ez jó ötlet, ez a gyilkosság, mondta Harry. De sajna, semmi hörgés, semmi vér. Attól tartok, a megoldás egy nyúlakra leső orvvadász lesz. Ez elég ártalmatlan, de valószínűleg igaz felelte a másik. Csak olyan közelről hangzott no mindegy, menjünk be a szalomba. Hála Istennek, nem késtünk el, mondta meg könnyebbülve John. Hanyat homlok vágtattam lefelé, mert azt hittem, a második kondítást hallom. Nevetve mentek be a nagy szalomba. Jött Anglia egyik leghíresebb régi kastélya volt. Tulajdonosáról, Hubert Jött az ősi törzsök utolsó sarjáról távoli rokonai többször is megjegyezték már, Tudjátok, az öreg Hubertet el kéne rekkenteni. Sült bolonda szegény véncsóka. Még ha a barátokra és rokonokra jellemző túlzást leszámítjuk is, a dologban volt némi igazság. Hubert jött hamrós kétség kívül bogaras ember volt. Kiváló zenész, de fékezhetetlen temperamentumú, és szinte abnormálisan meg volt győződve tulajdon fontosságáról. Azoknak, akik megszálltak nála, Tiszteletben kellett tartaniuk a hóbortjait, különben soha többé nem kaptak meghívást. Az egyik ilyen hóbortja a muzsikálás volt. Amikor játszott a vendégeinek, és ez esténként gyakran előfordult, teljes csendet kívánt. Egy suttogás, egy ruhazizzenés, sőt akár egy motorgás ő már is ádász képpel fordult arra, és a boldogtalan vendég letehetett az újabb meghívásról. A másik hóbortja a napot megkoronázó étkezésen való hajszálpontos megjelenés volt. A reggeli nem számította, ahhoz akár délben is lemehetett az ember, ha úgy tartotta kedve. Az ebéd sem egyszerű hidegsült és kompót. De a vacsora volt, ünnep, egy igazi cordombló szakács egy készítette, akit egy nagy szállodából csábított elmesés fizetéssel. Az első gongütés mindig 8 után 5 perccel hangzott el. Negyed kilenckor követte a második, az ajtót abban a pillanatban kitárták, az egybegyűlt vendégeknek bejelentették a vacsorát, és ünnepélyes processzió indult az ebédlő felé. Akinek volt bátorsága lekésni a második kondítást, azt egyszeres mindenkorra kiátkozták és Jötz hanklóz örökre bezárult a boldogtalan vacsora vendég előtt. Ezért idegeskedett John S.B., és ezért döbbent meg Hári amikor azt hallotta, hogy a szentséges esemény ezen az estén tíz perccel kitolódik. Hári nem volt valami meghitt viszonyban a bácsikájával, de elég gyakran megfordult Jötzham hogy tudja, milyen szokatlan dolog ez. Jeffrey Keen, Jötzham titkára szintén meglepődött. Rendkívüli jegyezte meg. Ilyesmi még sohasem történt. Biztos ebben. Digby mondta. Valami vonatot emlegetett tette hozzá Jonesby. Legalábbis úgy rémlik. Fura mondta gonterhelten kín. Gondolom, majd idejében megtudunk mindent. De azért különös. A két férfi hallgatott egy percig, és a lányt nézte. Jonesby bájos teremtés volt, kék szemű, aranyhajú, huncut tekintetű. Most vendégeskedett először jött Kloséban, Hári közben nyárására kapott meghívást. Nyílt az ajtó, és belépett Diana levíz, jött hamrot helyék nevelt lánya. Volt valami merész kecsesség Dionában, valami boszorkányos jelleg sötét szemében és gónyos beszédében. Jóformán minden férfi belehabarodott, és ő élvezte is a hódításait. Különös teremtés, Vonzó melegséget árasztott, miközben tökéletesen hideg maradt. Végre egyszer megelőztem az öreget, mondta. Hetek óta először fordul elő, hogy nem ő az első, nem nézegeti az óráját, és járkál föl alá, mint a tigris etetés előtt. A fiatal emberek felé jelódultak. Ő elbűvölően rájuk mosolygott, és harihez fordult. Jeffrey kín sötét arca elvörösödött, a férfi visszahúzódott. Ám hamarosan magához tért, mert egy pillanat múlva emmeres. Jött hamrós lépett be a terembe. Magas, sötét hajó nő volt, természettől tétova modorú, meghatározhatatlan zöld árnyalatú leplekbe burkolózva. Egy középkorú, madárcsőr orrú, erős állkapcsú férfi jött vele Gregory A pénzvilág befolyásos figurájának számított, s mivel anyai ágon előkelő származású volt, már évek óta meghitt barátságban állt Jóbert jött Hamrothes-sal. Bám! Fenségesen megkondult a gong. Amint az ógás elhalt, feltárult az ajtó, és Digby jelentette. A vacsora tálalva van. Majd, bármilyen jól képzett cseléd volt, megdöbben és suhant végig egy kedvű arcán. A gazdája emlékezete szerint először nem volt jelen a szobában. Hogy megdöbbenésében mindenki osztozik, az nyilvánvaló volt. Emmeres jött hamrós bizonytalan kis hallatott. Teljesen érthetetlen. Igazán nem is tudom, mit csináljak. Mindenki meg volt hökkenve. Jött Klóz hosszú hagyománya fenekestül felfordult. Mi történhetett? Abba maradt a beszélgetés. A várakozás feszültsége érződött a levegőben. Végre újból nyílt az ajtó, az általános, megkönnyebbült sóhajt csak az az enyhe nyugtalanság tompította, hogy hogyan is reagáljanak a helyzetre. Semmi olyasmit nem szabad mondani, ami kiemelné a tényt, hogy ezúttal maga a házigazda hágta át a szigorú házi szabályt. Ám nem jött hamrós volt az újonnan érkező. A megtermett, Szakállas, vikingekre emlékeztető alak helyett egy igen alacsony ember lépett be a hosszú szalomba, szemmel láthatóan külföldi, tojásdatfejű, pompás bajszó, kifogástalan estéi ruhában. A vendég csillogó szemmel közeledett emmeres jött hamrothehoz. Ezer bocsánat, madame mondta. Attól félek, késtem pár percet. Ó, semmi baj mormolt a tétován emmeres jött hamrós. Igazán semmi baj, ember. Elhallgatott. Váró, madame. Hercolep váró. Háta mögül egy nagyon halkó. Té hallott inkább sóhajtás volt, mint értelmes szó, egy nő hangja. Úgy látszott, az új vendégnek hízeleg a dolog. Úgy bár tudott az érkezésemről. Mormolta szeliden. Enest cepá, madame kettő férje bizonyára informálta. Ó, oh, igen, persze mondta emelre jött hamrós a legkevésbé sem meggyőzően. Gondolom, szólt róla. Én egyáltalán nem vagyok valami gyakorlatias, möpvaró. Sosem emlékszem semmire. De szerencsére Digby mindenről gondoskodik. Sajnos, késett a vonatom, mondta Möpvaró. Baleset történt előttünk a síneken. Á, kiáltott fel John, szóval ezért halasztották el a vacsorát. Váró szeme hát borzongatóan mélyreható szempár azonnal feléje fordult. Ez szokatlan dolog. El nem tudom képzelni, kezdte emmeres jött hamrós, majd elhallgatott. Úgy értem folytatta zavarodottan, olyan fura. Hubert még sohasem. Váró tekintete végig söpört az egybegyülteken. Nő hamrós még nem jött le. Nem, és ez egészen rendkívüli, az asszony könyörögve nézett Jeffrey enere. Emmer jött hamrós maga a testet öltött pontosság magyarázta kín. Nem késett a vacsoráról már rös. Nem is tudom, hogy késette valaha egyáltalán. Egy idegen számára nevetséges lehetett a szituáció a sok izgatott arc, az általános tanácstalanság. Megvan, jelentette ki MRS Jöc Hamrós olyan arccal, mint aki megoldotta a problémát. Csengetek Digbynek. Szavait tett követte. A komornyik tüstént megjelent. Digby mondta MRS Jöc Hamrós, a gazdája. Valami. Szokása szerint nem fejezte be a mondatot. Látható volt, hogy a komornyik ezt nem is várja el tőle. Késlekedés nélkül értelmes választ adott. Emmer jött hamrós nyolc előtt öt perccel lejött, és bement a dolgozó szobájába, asszonyom. Ó! Oh. A hölgy tétovázott. Nem gondolja, hogy talán úgy értem, nem hallotta a kondítást. Úgy vélem, hallania kellett a gong közvetlenül a dolgozó szoba ajtaja előtt van. Igen, persze, persze mondta és jött hamrós bizonytalanabbul, mint valaha. Jelentsem neki, hogy a vacsora tálalva van, asszonyom. Ó, oh, köszönöm, Digby. Igen, azt hiszem az jó lenne. Nem is tudom fordult emmeres jött hamrós a vendégei felé, amint a komornyik távozott, mihez kezdenék Digby nélkül. Vártak. Újból belépett Digby. Valamivel szaporábban szedte a levegőt, mint ahogy az véleménye szerint egy jól nevelt komornyikhoz illet volna. Bocsánatot kérek, Asszonyom, a dolgozószoba ajtaja zárva van. Ekkor történt, hogy Möher Zolepváró átvette a parancsnokságot. Azt hiszem mondta, oda kell mennünk a dolgozószobához. Előre indult, a többiek követték. Hirtelen támad tekintéje egészen természetesnek hatott. Már nem a kis komikus külsejű vendég volt. Egyéniség volt, a helyzet ura. Kiment az előcsarnokba, el a lépcső mellett, a nagy állóóra mellett, a fülke mellett, amelyben agongált. Ezzel a fülkével szemben volt a bezárt ajtó. Kopogott, először finoman, majd egyre erőteljesebben. De nem jött válasz. Fürgén letérdelt, és a kulcsjukhoz illesztette a szemét. Felállt és körülnézett. Messieus mondta, be kell törnünk az ajtót most rögtön. Akár csak az imént, senki sem vonta kétségbe az illetékességét. Jeffrey Kín és Gregory Barling volt a két legnagyobb termetű férfi. Váró irányításával megrohamozták az ajtót. Nem volt könnyű feladat. A jötz hamklosei ajtók igen masszívak voltak itt nem volt semmiféle modern silányság. Az ajtó hősiesen ellenállt, ám végül megadta magát a férfiak együttes ostromának, és bevágódott. A társaság tanácstalanul áldogált a nyílásban. Azt látták, amitől tudat alatt előre féltek. Velük szemben az ablak, balra, az ajtó és az ablak között egy jókora íróasztal. Egy férfi ült az asztalnál, de nem előre nézve, hanem oldalvást fordulva a termetes alak előre billenve kuporgott székében. Háttal volt feléjük, arccal az ablaknak, de a tartása mindent elárult. Jobb keze pegyhütten lógott, és alatta, a szőnyegen, egy kisméretű pisztoly csillogott. Páró éles hangon odaszólt Gregory Barlingnak. Vezesse el innen emeres jött hamrot heti és a másik két hölgyet is. A férfi megértően bólintott. Kezét a háziasszony karjára tette, aki megborzongott. Agyon lőtte magát, mormolta. Ez rettenetes. Reszketve tűrte, hogy elvezessék. A két lány követte. Váró bement a szobába, nyomában a két fiatalemberrel. Letérdelt a tetem mellé, és intett nekik, hogy álljanak távolabb. A fej jobb oldalán találta meg a golyó ütötte lyukat. A golyó a másik oldalon kirepült, és láthatóan nekivágódott a bal felőli falon lógó tükörnek, mert a felülete megszilánkosodott. Az íróasztalon egy papírlap hevert, rajta egyetlen szó, sajnálom, bizonytalan, remegő kézzel odafirkantva. Váró tekintete az ajtó felé röppent. A kulcs nincs benne a zárban, mondta. Érdekes. Becsúsztatta kezét a halott zsebébe. Itt van mondta. Legalábbis, gondolom, ez az. Volna kedves kipróbálni, monsieur. Jeffrey Kín elvette tőle, és beleillesztette a zárba. Igen, ez az. És az ablak. Hári Dalehoó se az ablakhoz lépett. Csukva. Megengedi. Váró felpattant, és oda sietett. Magas francia ablak volt. Váró kinyitotta, egy darabig csak állt, a pázsított tanulmányozva, majd becsukta. Barátaim mondta, telefonálnunk kell a rendőrségre. Amíg ki nem jönnek, és meg nem állapítják, hogy valóban öngyilkosságról van szó, semmihez sem szabad nyúlnunk. A halál negyed órája következhetett be. Tudom, mondta reketten Hári. Hallottuk a lövést. Kement. Három mit mond ön? Harry Jeffrey kín segítségével elmagyarázta a helyzetet. Alig hogy befejezte, megjelent Barling. Váró elismételte, amit az imént mondott, s miközben Keane kiment telefonálni, Váró arra kérte Barlingot, hadd beszéljem vele négy szem közt. Átmentek egy kis nappaliba, Digbit a dolgozószoba elé állították őrködni, Hári pedig távozott, hogy felkutassa a hölgyeket. Úgy tudom, Ön bizalmas barátja volt, műjött Samrothenak, kezdte Varó. Ezért fordulok Önhöz elsőként. Az etikett talán úgy diktálná, hogy Madamemal beszéljek először, de a jelen pillanatban ezt nem tartanám Pratikvenak négy. Elhallgatott. Tudja, kínos helyzetben vagyok. Felfedem Ön előtt a puszta tényeket. Nekem a magánnyomozás a szakmám. A pénzember elmosolyodott. Ezt felesleges is mondania, a Möpvaró. Az ön neve ismert. Monsieur nagyon kedves, mondta Pvaró meghajolva. Tehát folytassuk. Londoni címemre kapok egy levelet ettől a möjött Hamrothetól. Azt írja, minden oka megvan rá, hogy úgy véje, nagy összegekkel károsítják meg. Családi okokból kifolyólag, mint mondja, nem szeretné kihívni a rendőrséget, de azt kívánja, jöjjek le ide, és járjak utána a dolognak. Nos, beleegyezem. Lejövök. Nem olyan hamar, ahogy Mőjötz Hamrós óhajtja el végre más dolgom is van, és Mőjötz Hamrós nem éppen az angol király, még ha annak képzeli is magát. Barling szárazon elmosolyodott. Valóban így gondolta. Pontosan. A leveléből világosan kiderült, hogy hóbortosnak nevezhető ember nem őrült, de kiegyensúlyozatlan, ennest Cepa. Amit tett, az erre volt. Ó, oh, monsieur, öngyilkosságot nem feltétlenül kiegyensúlyozatlan emberek követnek el. A halott szemlén persze így szoktak fogalmazni, de ezzel csupán a hátra a érzéseit akarják kímélni. Hubert nem volt egészen normális jelentette ki határozottan Barling. Fékezhetetlen rohamok törtek rá, Monomániásan büszke volt a családi származására, és más rögeszméi is voltak. Ennek ellenére nagyon éles eszű ember volt. Pontosan. Elég éles eszű, hogy rájöjjön, meglopják. Öngyilkos lesz valaki azért, mert meglopják? kérdezte Bárling. Ahogy mondja, Möszjőr. Ez nevetséges. Éppen ezért gyorsan kell eljárnom. Családi okokból kifolyólag ezt a kifejezést használta a levelében. Eh ilyen, ön nagyvilági ember, ön tudja, hogy ezért családi okokból igenis szoktak öngyilkosságot elkövetni. Hogy érti? Úgy fest legalábbis látszólag, hogy Szípóve öt monsieur még valamire rábukkant, valamire, amivel képtelen volt szembenézni. Bizonyára megérti, hogy nekem kötelességem van itt. Alkalmaztak, megbíztak, én pedig vállaltam a feladatot. A halott nem akarta a rendőrség elé tárni ezt a bizonyos családi okot. Tehát gyorsan kell cselekednem. Meg kell tudnom az igazat. És ha megtudja, akkor a belátásomra kell hagyatkoznom. Azt kell tennem, amit tehetek. Értem, mondta Bárling. Egy darabig csendben füstölt, majd így szólt, de attól tartok, így sem segíthetek önnek. Hubert nem avatott a bizalmába. Semmit sem tudok. De mondja csak, monsieur, ön szerint kinek állt módjában meglopni ezt a szegény urat? Nehéz erre válaszolni. Persze, itt van a birtok intézője. Új ember. Intéző. Igen. Marshal. Marshal kapitány. Kellemes fickó. Fél karját elvesztette a háborúban. Egy éve jött ide. De Hubert kedvelte, azt tudom, és meg is bízott benne. Ha Marshall kapitány volt az, aki becsapta, akkor nem forog fenn semmilyen családi oké. Nö ne, nem. Váró felfigyelt az elbizonytalanodására. Beszéljen, monsieur. Beszéljen nyíltan, nagyon kérem. Lehet, hogy csak plegyka. Könyörgök, beszéljen. Rendben van. Látta a szalomban azt a nagyon vonzó ifjú hölgyet. Két nagyon vonzó ifjú hölgyet is láttam. Ó, oh, igen, Miss B. Bájos kis fruska. Most jár itt először. Hári Daleho se hívatta meg emmeres jött hamrothesal. Nem, én a sötét hajó lányra gondolok. Díjanak levesre. Igen, észrevettem, mondta Pvaró. Úgy gondolom, őt minden férfi észrevenné. Egy ördög fióka. Tört ki barlingból. Húsz mérföldes körzetben minden férfira kivetette a hálóját. Előbb-utóbb még megöli valaki. Végig törölte a homlokát zsebkendőjével, nem is látva, milyen kíváncsian méregeti a másik. És ez az ifjú hölgy. Jött hamrós nevelt lánya nagy csalódás volt nekik, hogy nem lehetett saját gyerekük. Aztán örökbe fogadták Diana Cleavest, távoli unokahúg. Hubert rajongott érte, valósággal imádta. Tehát kétség kívül szallotta volna, ha férjehez megy. Vetette fel Pvaró. Nem, ha megfelelő férjet választ. És ez a megfelelő férj ön lett volna, Monsieur. Barling összerezzent és elvörösödött. Én semmi ilyet nem mondtam. Méznan, méznan! Persze, hogy nem mondott. De így van, nem. Beleszerettem, igen. Jött hamrós örült a dolognak. Illet az elképzeléseibe. És ma demó is elle. Már mondtam ő a megtestesült ördög. Értem? A maga módján szeret szórakozni, ugyebár. De hol jön be a képbe marsal kapitány? Nos, sokat voltak együtt. Az emberek plegykáltak. Nem mintha bármi is lenne az egészben. Csak egy új skalp, semmi több. Váró bólintott. De tegyük fel, hogy mégis van benne valami ez megmagyarázná, miért akart -e, jött hamrós olyan óvatosan eljárni. Ugye tudja, hogy semmi alapunk nincs marsad sikkasztással gyanúsítani. Oh, parfai te parfai -e hat lehet, hogy csak egy hamisított csekről van szó, amiben valamelyik családtag érintett. Ez az ifjú ember da lehol se kicsoda. Unoka öcsé. Ő örököl. A nővérének a fia. Lehet, hogy felveszi majd a családi nevet több jött hamrós ugyanis nem maradt. Értem. A birtok nem hit bizomány, noha mindig a páról fiúra szállt. Én úgy képzeltem, a feleségére hagyja majd haszonélvezett gyanánt, s azután Diana örökli, ha elfogadható házasságot köt. Tudja, az ő férje is felvehetné a családi nevet. Világos mondta Pvaró. Ön igazán kedves és segítőkész volt, Monsieur. Kérhetnék még valamit. Legyen szíves elmagyarázni Madame Jötz Hamrothenak mindazt, amit mondtam, és megkérni, hogy szálljon rám egy percet. A vártnál jóval hamarabb nyílt az ajtó, és belépettem Emmer jött hamrós. Oda lebegett egy székhez. Emmer Bárling mindent elmagyarázott, mondta. Persze, botrányról szó sem lehet. Bár én inkább a sors kezét látom ebben, maga nem. Úgy értem, a tükör meg minden. Kálment a tükör. Amint megláttam rögtön zselképnek éreztem. Hubert zselképének. Az átok, tudja. Én azt hiszem, minden régi családban van ilyesféle átok. Hubert mindig olyan furán viselkedett. De mostanában még furábban. Megbocsásson a kérdésért, madame, de nincs véletlenül pénz szükében. Pénz. Én sosem gondolok a pénzre. Tudja, mit szoktak mondani, madame? Aki sosem gondol a pénzre, annak nagyon sokra van szüksége. Kultán felnevetett. Az asszony nem reagált. Tekintete messze járt. Köszönöm, madame mondta váró, és azzal a kikérdezésnek vége is volt. Váró csengetett, és megjelent Digby. Felelnie kell néhány kérdésemre, mondta Váró. Én magándetektív vagyok, a gazdája hívatott ide a halála előtt. Detektív. Kiáltott fel Digby. De hát miért? Lesz szíves válaszolni a kérdéseimre. Tehát a lövés. Végig hallgatta a komornyik beszámolóját. Szóval négyen tartózkodtak az előcsarnokban. Igen, uram, Emmer missesby Misses és Emmer Kín, aki a szalomból jött ki. A többiek hol voltak? A többiek, uram. Igen, Emmeres misskleviz Miss Cleviz és Emmer Barling. MRS jött Hamros, és MR Barling később jött le, uram. Hát Miss Cleviz. Azt hiszem, Miss Clevíz a szalomban volt, uram. Váró feltett még néhány kérdést, majd elbocsátotta a komornyikot azzal, hogy küldje be Miss Cleavest. A lány azonnal bejött, és Váró most a Barling által felfedett információk tudatában vette szemügyre. Kétségtelenül szép volt fehér szatén ruhájában, Vállán a kis rózsabimbóval. Váró elmagyarázta, milyen körülmények hozták őt Jöttsham Kloseba, s közben figyelte a lányt, de az az őszinte megdöbbenésen kívül semmiféle feszengésnek nem adta jelét. Marsalról közönnyösen, langyos elismerő szavakkal beszélt. Csak Bárlin említésére elevenedett meg. Az az ember egy szélhámos csattant fel. Ezt meg is mondtam az öregnek, de nem hallgatott rám, csak öntötte tovább a pénzt az ócska vállalkozásaiba. Sajnálja, hogy az apja meghalt, mademoiselle. A lány rábámult. Hogy ne. De tudja, Möpvaró, én modern felfogású vagyok. Eszemben sincs könnyesre zokogni magam. Igen, kedveltem az öreget. Persze, így a legjobb neki. Legjobb. Igen. Előbb-utóbb be kellett volna záradni. Egyre jobban elhatalmasodott rajta a tév képzet, hogy jött hamrós, jött hamklóz ura mindenható. Váró elgondolkodva bólintott. Értem, értem, igen, határozott jelei mutatkoztak az elmezavarnak. Egyébként megengedi, hogy megvizsgáljam a kis táskáját. Milyen bájos ez a sok kis sejem rózsabimbó. Hol is tartottam? Ó, oh, igen, ön hallotta a lövést. Persze. De azt hittem, csak egy autó vagy egy orvvadász, ilyesmi. A szalomban volt akkor. Nem, kinn a kertben. Értem. Köszönöm, Mademo is elle. Most mökeenen el szeretnék beszélni, ugye így hívják. Geoffrivel. Már is szólok neki. Ki néberen, kíváncsian lépett be. Hallottam Emmer Barlingtól, hogy hogyan került ide. Fogalmam sincs, mondhatok-e bármi hasznosat, de ha igen. Váró félbeszakította. Csupán egy valami érdekel, Monsieur Keen. Mit vett fel ön a padlóról, közvetlenül az előtt, hogy ma este a dolgozószobához értünk? Én Keen már-már felugrott a székből, de aztán hátradőlt. Nem értem, mire gondol vetette oda. Én pedig azt hiszem, nagyon is érti, Mösszjör. Mögöttem jött, tudom, de egy barátom szerint nekem a tarkómon is van szemem. Ön lehajolt, felvett valamit, és becsúsztatta a smokingja zsebébe. Csend lett. Kín csinos arcán határozatlanság tükröződött. Végül döntött. Válasszon, Möpváró mondta, és előrehajolva kifordította a zsebét. Egy szipka, egy zsebkendő, egy apró sejem rózsabimbó és egy kis arany doboz került elő. Pillanatnyi hallgatás után Kín így szólt, nos, ez volt az. Felvette a gyufás dobozt. Nyilván korábban ejthettem el. Szerintem nem felelte Pvaró. Hogy érti? Úgy, Monsieur, hogy én rendszerető, módszeres ember vagyok. Egy gyufásdobozt észreveszek a padlón, és felveszem, egy ekkora gyufásdoboszt mindenképp észrevettem volna. Nem, monsieur, az sokkal kisebb tárgy lehetett például ez. És kiválasztotta a kis sejem rózsabimbót. Gondolom, miszk kájáról való. Csend lett, majd kín elnevette magát. Igen, igaza van. Tegnap este kaptam tőle. Éltem, mondta Pvaró. Abban a percben nyílt az ajtó, és egy magas, szőke, öltönyös férfi sietett be. Kín, mi ez az egész? Jött hamrós főbelőtte magát. Ezt nem tudom elhinni. Lehetetlen. Hadd mutassam be szólt Kín Mörcolepoirotnak. A másik döbbent képet vágott. Ő majd mindent elmond magának. Azzal távozott, becsapva maga mögött az ajtót. Mőkváró kiáltotta lelkesen John Marshall, nagyon örülök, hogy megismerhetem. Micsoda szerencse, hogy éppen idelen van. Jött hamrós nem említette, hogy maga is jön. Nagy csodálója vagyok önnek, uram. Lefegyverző fiatalember, gondolta pváró, ha bár nem is olyan fiatal már, hiszen őszül a halántéka, és barázdás a homloka. A hangja és a modora kelt kisfiús benyomást a rendőrség. Már itt is vannak, uram. Velük együtt jöttem fel, amikor a hírt meghallottam. Nincsenek különösebben meglepve. Persze, az öreg úr sült bolond volt, no de akkor is. Magát meglepte az öngyilkosság. Őszintén szólva igen. Nem hittem volna, hogy hogy jött hamrós el tud képzelni egy világot, amely őt nélkülözné. Anyagi problémái voltak mostanában, ha jól tudom. Marshall bólintott. Spekulált. Barn kétes ügyletei. Váró csendesen így szólt, nagyon őszinte leszek. Volt önnek oka feltételezni, hogy ember jött hamrós azzal gyanúsította, számlákat hamisít. Marshall egészen mulatságos hitetlenkedéssel merett poirotra. Olyan mulatságos volt, hogy Pvaró elmosolyodott. Látom, meg van döbbenve, Marsal kapitány. De mennyire? Nevetséges gondolat. Aj! Még egy kérdés. Nem gyanúsította önt azzal, hogy elrabolja tőle neved lányát. Ó, oh, szóval hallott rólam meg -ról. A férfi zavartan nevetett. Tehát így van. Marsal bólintott. De az öreg nem tudott róla. Di nem akarta, hogy megmondjuk neki. Valószínűleg igaza volt. Úgy felrobbant volna, akár egy zsák petárda. Azonnal kirúgott volna. Elhelyett mi volt a tervük? Hát, szavamra, nem is tudom, uram. Én dira bíztam a dolgot. Azt mondta, ő majd elintézi. Ő szintén szólva már új állás után is néztem. Ha sikerült volna szereznem, itt hagyok csapott papot. És mademoiselle feleségül ment volna önhöz. De mőjött hamrós azonnal megvonta volna tőle a járadékát. Mademoiselle Diana pedig, úgy vélem, szereti a pénzt. Marshall határozottan feszengeni látszott. Így volna kárpótolni őt, uram. Jeffrey Keen lépett be a szobába. A rendőrség távozni készül, de előtte szeretnének beszélni önnel, Möpvaró. Mersi, már megyek is. A dolgozó szobában egy termetes felügyelőt és egy rendőrségi orvost talált. Möpvaró. Kérdezte a felügyelő. Már hallottunk önről, uram. Reves felügyelő vagyok. Nagyon kedves, mondta Pvaró kezet rázva. Nincs szüksége a közreműködésemre. Hym. Kurtán felnevetett. Ezúttal nincs, uram. Az ábra világos. Tehát teljesen egyértelmű eset. Kérdezte Pvaró. Abszolúte. Ajtó és ablak zárva, ajtókulcsa halott zsebében. Az utóbbi napokban igen furán viselkedett. Semmi kétség. Minden, természetes. Az orvos felmordult. Elég furcsa szögben kellett ülnie, hogy a golyó a tükörnek csapódjék de hát az öngyilkosságok mindig furcsák. Megtalálták a golyót. Igen, itt van. Az orvos felmutatta. A fal tövében volt, a tükör alatt. A pisztoly ember. Rothely az asztal fiókban tartotta. Van e mögött még valami, de hogy mi, azt sosem fogjuk megtudni. Váró bólintott. A holtestet átvitték egy hálószobába. A rendőrség távozott. Váró a bejárati ajtóból nézett utánuk. Zajt hallott, és megfordult. Hári daleholó se állt mögötte. Nincs véletlenül egy erős fényű elemlámpája, barátom. Kérdezte Pvaró. De van, már is hozom. Amikor visszatért, John S.B. is vele volt. Ha óhajtják, elkísérhetnek, mondta kegyesen Pvaró. Kilépett a bejárati ajtón, majd jobbra fordult, és megállt a dolgozószoba ablaka előtt. Vagy hatlábnyi lábnyi pázsit választotta el az ösvénytől. Váró lehajolt, ide-oda mozgatta az elemlámpa fényét a füvön. Felegyenesedett, és megrázta a fejét. Nem mondta, nem itt. Aztán elhallgatott, és megmerevedett. A pázsit mindkét oldalán széles virágszegély húzódott. Váró a jobb oldalira összpontosított, amely tele volt őszirózsával és dáliával. A lámpát az ágyás elejére irányította. A puha földben világosan kivehetők voltak a lábnyomok. Négy mormolt a Kettő távolodik az ablaktól, kettő közelít. Egy kertész vetette fel John. Nem, ma demo is elle, nem. Használja a szemét. Ezek kicsi cipők, Finomak, magas sarkúak, női cipellők. Mademoiselle Diana említette, hogy kin járt a kertben. Nem tudja, vajon ön előtt jött le az emeletről, Mademoiselle. John a fejét rázta. Nem emlékszem. Rohantam, mert hallottam a kondítást, és azt hittem, az elsőt már korábban hallottam. Rémlik, hogy a szoba ajtaja nyitva volt, amikor eljöttem előtte, de ebben nem vagyok biztos. MRS jött hamrot helyé csukva volt, azt tudom. Éltem, mondta Pvaró. Volt valami a hangjában, amire Hári felkapta a tekintetét, de Pvaró csak a homlokát ráncolta a szeliden. Az ajtóban Dianak levesszel találkoztak. A rendőrök elmentek, mondta. Szóval vége ennek az egésznek. Nagyot sóhajtott. Szabad egy percre, Mademoiselle. Bementek a nappaliba, és Pvaró becsukta az ajtót. Nos. A lány meglepetnek látszott. Csak egy apró kérdés, Mademoiselle. Járt ön ma este bármikor a dolgozó szoba ablaka előtti virágágyásban? Igen, bólintott Diana. Hét óra körül, és még egyszer közvetlenül vacsora előtt. Nem értem, mondta Pvaró. Nem tudom, mi van ezen érteni való felelte hűvösen a lány. Ő rózsát szedtem, az asztalra. A virágdíszítés az én reszortom. Ez hét óra körül történt. És utána később. Ja, az. Egy csepp hajolaj ráesett ide a ruhám vállára. Éppen készültem lejönni. Nem volt kedvem ruhát cserélni. Eszembe jutott, hogy láttam egy kései rózsabimbót az ágyásban kiszaladtam, letéptem, és felerősítettem ide. Poirothoz lépett, és kissé megemelte a bimbót. Páró világosan látta alatta az apró olajfoltot. A lány mellette maradt, válla majd nem súrolt a poirotét. Ez mikor volt? Nyolc után tíz perccel talán. Nem próbálkozott, az ablakkal. De, azt hiszem, igen. Igen, úgy gondoltam, azon át hamarabb beérnék. De zárva volt. Értem. Váró mély lélegzetet vett. És most a lövés mondta, hol volt, amikor a lövést hallotta. Még mindig a virágágyásban. Á, nem, az két-három perccel később volt, épp mielőtt bejöttem az oldalajtón. Tudja, mi ez, mademoiselle? Kinyújtott tenyerén az apró sejem rózsa bimbó hevert. A lány nyugodtan nézegette. Olyan, mint amik az estéi táskámon vannak. Hol találta? Emmer volt felelte váró szárazon. Ön ajándékozta neki, mademoiselle. Ezt mondta. Váró mosolygott. Mikor ajándékozta neki, mademoiselle? elle. Tegnap este. Figyelmeztette önt, hogy ezt vajja, mademoiselle. elle. Hogy érti? kérdezte dühösen a lány. De Pvaró nem válaszolt. Kisietett a szobából, be a szalomba. Barling, Kín és Marshal volt benne. Pváró határozottan odalépett hozzájuk. Messieus mondta Kurtán, kérem, kövessenek a dolgozó szobába. Kiment az előcsarnokba, s Johanhoz és Harihez fordult. Önök is legyenek szívesek. Valaki lehívná Madameot. Köszönöm. Á, itt van a kiváló Digby. Digby, egy apró kérdés, egy igen fontos kérdés. Tett miszk levíző szirózsákat az asztalra vacsora előtt. A komornyik értetlennek látszott. Hogy ne, uram. Biztos ebben. Egészen biztos, uram. Trésbien hét. És most kövessenek. A dolgozó szobában szembefordult velük. Volt okom rá, hogy ide önöket. Az ügy lezárva, a rendőrség kiszállt és távozott. Azt mondják, Emmer jött hamrós belőtte magát. Kész, vége. Szünetet tartott. Csak hogy én, Hercolepvaró, azt mondom, nincs vége. Csodálkozva nézték, s ekkor belebegett a szobába Emmeres jött hamrós. Éppen azt magyaráztam, madame, hogy ennek az ügynek még nincs vége. Az oké pszichológiai. Emmer jött hamrós már Grandeurben nyolc szenvedett, királynak képzelte magát. Egy ilyen ember nem lesz öngyilkos. Nem, nem, lehet, hogy megőrül, de nem végez magával. Emmer hamrós nem végzett magával. Szünetet tartott. Meggyilkolták. Meggyilkolták. Marsall kultán felnevetett. Egyedül a szobában, zárt ajtó és ablak mögött. Ennek ellenére ismételte meg Makacsul igen igenis meggyilkolták. Utána pedig felállt, és bezárta az ajtót, vagy becsukta az ablakot, gondolom, mondta gónyosan Diana. Mutatok önöknek valamit, mondta Pvaró, és az ablakhoz ment. Elfordította a francia ablak kilincsét, majd finoman meghúzta látják, nyitva. Most becsukom, de nem fordítom el a kilincset. Az ajtó tehát csukva, de nincs rögzítve. És most. Rácsapott az ablakfára, és a kilincs elfordult, a zárnyelva helyére kattant. Látják. Kérdezte Pvaró csendesen. Igen laz a szerkezet. Ugyanezt kívülről is meg lehet csinálni könnyedén. Komoran visszafordult. Amikor a lövés 12 perccel 8 után eldördült, négyen voltak az előcsarnokban. Tehát négy embernek alibije van. De hol volt a másik három? Ön, Madame. A szobájában. És ön, Monsieur Barling. Ön is a szobájában volt. Igen. Ön pedig, Mademoiselle, a kertben. Ezt be is vallotta. Nem értem, kezdte Diana várjon. Váró emmeres jött hamrothehoz fordult. Mondja csak, madame, van valami elképzelése arról, kire hagyta a férje a pénzét. Hubert felolvasta előttem a végrendeletét. Azt mondta, tudnom kell róla. Rám évi három ezret hagyott a birtok jövedelméből, továbbá az uradalmi özvegylakot vagy a londoni házat, amelyiket választom. Minden egyebet Dionára testált, azzal a feltétellel, hogy férje vegye fel a családi nevet. Aj! De később néhány hete egy záradékot is csatolt hozzá. Igen, madame! Továbbra is Diana örököl, feltéve, ha Emmer barlinkhoz megy feleségül. Ha bárki mást választ, minden Hubertonoka unoka öcsére, hári Dale a száll. De ez a záradék csupán néhány hete született. Váró szinte dorombolt. Mademoiselle ezt nem tudhatta. Vádlón előre lépett. Mademoiselle Diana, akar ön feleségül menni Marshal kapitányhoz. Vagy netán Emmerke nehez. A lány átvágott a szobán, és marsall lép fűzte a karját. Folytassa mondta. Vázolom az ön ellen szóló vádat, Mademoiselle. Ön szereti Marsal kapitányt. De a pénzt is szereti. Nevelőapja sohasem egyezett volna bele, hogy marsalkapitány kapitány felesége legyen, ám ha ő meghal, ön egészen biztosra veheti, hogy örökölni fog. Tehát kimegy, átvág a virágágyáson a nyitott ablakhoz, és önnél van a pisztoly is, amelyet az íróasztal fiókjából vet ki. Oda megy az áldozathoz, közben kedvesen cseveg vele. Lelövi. A pisztolyt a keze mellé ejti, miután gondosan letörölte, és rányomta az ő ujjait. Kimegy, és addig rángatja az ablakot, míg az zárnyelve a helyére nem keten. Bejön a házba. Így volt. Önt kérdezem, ma demo is elle. Nem. a Diana. Nem, nem. Váró ránézett, és elmosolyodott. Nem mondta, nem így volt. Lehetett volna kézenfekvő, sőt lehetséges is mégsem így volt, méghozzá két okból. Az első oké az, hogy ön ő szedett hétkor, a második pedig abból következik, amit ön mondott el nekem, mademoiselle. John felé fordult, aki döbbenten nézte. Váró bátorítóan bólogatott. De igen, mademoiselle. is elle. Ön azt mondta, sietett lefelé, mert úgy vélte, második kondítás volt, lévén, hogy az elsőt már korábban hallotta. Gyorsan körbe pillantott a szobán. Hát nem értik, mire gondolok? Kiáltotta. Nem értik. Nézzék. Nézzék csak. A székhez ugrott, amelyben az áldozatot találták. Felfigyeltek a test helyzetére nem az asztal felé fordult nem, oldalvást fordult, vagyis az ablak felé. Természetes helyzet ez az öngyilkossághoz. Janaiz, Janaiz 9. Ráfirkantják egy darab papírra, hogy sajnálom, kihúzzák a fiókot, előveszik a pisztolyt, a fejükhöz szorítják és lőnek. Így történik az öngyilkosság. De nézzük most a gyilkosságot. Az áldozat az asztalnál ül, a gyilkos mellette áll, és beszélget vele. És miközben beszélget, tüzel. Merre megy akkor a golyó? Szünetet tartott. Keresztül a fejen, ki az ajtón, ha nyitva van, és egyenesen neki, a gongnak. Aj! Hát értik végre. Ez volt az a bizonyos első kondítás, amit csak Mademo is elle hallott, mert az ő szobája közvetlenül a gomb fölött van. Mi a gyilkos következő lépése? Becsukja az ajtót, bezárja, a kulcsot a halott zsebébe teszi, majd elfordítja a tetemet a székben, rányomja az ujjait a pisztolyra, azután leejti melléje, és megrepeszti a tükröt, mint egy végső, látványos mozzanatként. Egy szóval, megrendezi az öngyilkosságot. Aztán ki az ablakon, az árat helyre rázza, nem lép a fűre, ahol meglátszanának a lábnyomai, hanem a virágágyásra, ahol elsimíthatja maga után a nyomokat. Majd pedig visszajön a házba, és nyolc után, 12 perccel, amikor egyedül van a szalomban, egy katonai revolverrel kilő a szalon ablakán, és kiront az előcsarnokba. Így csinálta, Emmer Jeffrey kín. A titkár bénultan nézte a feléje közeledő, vádló alakot. Azután egy hörgészszerű kiáltással összecsuklott. Azt hiszem, meg is kaptam a választ, mondta Pvaró. Marsal kapitány, lenne kedves telefonálni a rendőrségre. Az elterült alak fölé hajolt. Úgy nézem, nem tér magához, amíg kiszállnak. Jeffrey kín mormolt a Diana. De hát mi okav volt rá. Azt hiszem, titkárként voltak bizonyos lehetőségei számlák csekkek. Valami felkeltette emberjött hamrós gyanúját. Ide kéretett. De miért magát? Miért nem a rendőrséget hívta? Erre a kérdésre ön is megadhatja a választ, mademoiselle. Monsieur azt gyanította, hogy van valami ön és a fiatalember között. Ugyanis hogy elterelje apja gyanúját Marshall kapitányról, önszégyentelenül flörtölt Emmerke Ellenel. De igen, ne is tagadja. Emmerkin kiszagolja, hogy jönni fogok, és azonnal cselekszik. Tervének lényege, hogy úgy látszik, mintha a büntényre 8,12 korszázat került volna sor, amikorra neki alibie van. Egyetlen veszély a golyó, amely valahol a gong közelében heverhet, s amelyet nem volt ideje felszedni. Aztán, amikor a dolgozó szoba felé tartunk, felkapja. Egy ilyen feszült pillanatban, azt hiszi, senki sem veszi észre. Csak hogy én, én mindent észreveszek. Kérdőre vonom. Egy kicsit gondolkodik, azután előad egy komédiát. Azt sejteti, hogy a kis sejem rózsabimbót vette fel, eljátsza a szerelmes fiatalembert, aki szerelmét akarja megóvni. Ó, oh, nagyon ügyes volt, és ha ön nem szedett volna őszi rózsát. Nem értem, mi köze annak ehhez. Neme. Figyeljen ide csak négy lábnyom volt az ágyásban, holott amikor virágot szedett, ön biztosan jóval többet hagyott. Tehát miután ön leszette a virágot, és mielőtt újra kiment volna a rózsabimbóért, valakinek el kellett egyengetnie az ágyást. Kertész nem lehetett a kertészek nem dolgoznak este hét óra után. Tehát csak is a bűnös tehette a gyilkos, mert a gyilkosságot az előtt követték el, hogy önök a lövést hallották volna. De miért nem hallotta senki az igazi lövést? Kérdezte Hari. Hangtompító. Meg fogják találni a revolverrel együtt, a bokrok közé dobva. Micsoda kockázat? Miért? Mindenki oda fenn volt, öltöztek át a vacsorához. Igen alkalmas pillanat. Az egyetlen bosszantó a golyó volt, de a gyilkos, mint képzelte, azt is megoldotta végül. Váró felvette a golyót. Akkor dobta ide a tükör alá, amikor én az ablakot vizsgálgattam emmerd a leholus eszal. Jaj! Diana Marshall felé perdült. Végy feleségül, John, és vigyél el innen. Barlin köhintett. Kedves Diana, barátom végrendelete értelmében. Nem érdekel kiáltotta a lány. Legfőjebb járdaképeket fogunk festeni. Arra semmi szükség, mondta Hári. Felezünk, Di. Nem fogok bezsebelni mindent csak azért, mert a bácsikám lökött volt. Hirtelen kiáltást hallottak. MRS jötsz hamrós ugrott Nöp a tükör biztosan szándékosan repesztette meg. Igen, madame. Ó. Meret rá az asszony. De hát a tükör törés bal szerencsét hoz. Azt is hozott, még hozzá Emmer Jeffrey Keenenek felelte vidáman Pvaró. Sarga Iris. Egy. Herzole kinyújtott kinyújtotta lábát a falba illesztett villanyradiátor felé. A vörösen izzó rudak csinos elrendezése megörvendeztette rendszerető lelkét. A szémből rakott tűz morfondírozott magában mindig olyan alaktalan és esetleges volt. Soha sem lehetett tőle szimmetriát várni. Megcsördült a telefon. Váró felállt, és az órájára nézett. Már majdnem fél tizenkettő volt. Ki telefonálhat ilyenkor? Persze lehet, hogy téves kapcsolás lesz. De az is lehet mormolt a hamiskás mosolyjal, hogy egy milliómos lap tulajdonost holtan találtak vidéki háza könyvtárszobájában, amint bajában egy foltos orc szorongatott, mellére pedig egy szakács könyvből kitépet lap volt tűzve. Elmés ötletén mosolyogva felvette a kagylót. Rögtön beleszólt egy hang egy halk, reket női hang, amelyben kétségbeesés csengett. Möhercó Ön Hertolepvaró. Itt her Váró beszél. Váró ide jönne azonnal most azonnal veszélyben vagyok nagy veszélyben tudom, hogy. Váró élesen közbeszólt. Ki csoda ön? Honnan beszél? A hang egyre halkult, de még kétségbe esettebb lett. Azonnal élet-halál kérdése. Jarden de Signez azonnal sárga írisz van az asztalon szünet furcsa zihálása vonal megszakadt. Hertolep váró letette a kagylót. Értetlen képet vágott. Ezt mormolta a fogai között. Különös, nagyon különös. Kettő. A kövér Luigi sietett elébe a Jardin de Signis bejáratánál. Bonesirő, Möpvaró. Aztalt parancsol, igen. Nem, nem, kedves Luigi, a barátaimat keresem. Körülnézek, talán nincsenek is itt. Ah, lássuk csak, amott a sarokban, az az asztala sárga íriszekkel egy apró kérdés, ha nem vagyok indiszkrét. Az összes többi asztalon tulipán van rózsaszín tulipán azon az egyetlenen miért van sárga írisz. Luigi beszédesen vállat vont. Parancsra, monsieur. Külön rendelés volt. Valamelyik hölgynek lehet a kedvenc virága. Az ember Barton Russell asztala ott, amerikai nagyon gazdag. Aj, az ember legyen tekintettel a hölgyek szeszélyeire, nem igaz, Luigi. Ahogy mondja, Monsieur felelte Luigi. Egy ismerőst látok annál az asztalnál. Oda megyek, beszélnem kell vele. Váró óvatos mozdulatokkal megkerülte a táncparkettet, ahol párok forogtak. Az a bizonyos asztal hat személyre volt terítve, de pillanatnyilag csak egy valaki ült ott, egy fiatal ember, aki elmélyülten, mondhatni, bús komoran pesgőzött magában. Váró egyáltalán nem ilyen személyre számított. Veszélyt vagy melodrámát társítani egy olyan társasághoz, amelynek Toncsepöl is tagja, lehetetlennek tűnt számára. Váró finoman megállt az asztalnál. Á, csak nem az én barátom, Anthony Chappell. Nézzenek oda! Váró, a rendőrkopó. Kiáltott fel a fiatal ember. Nem Anthony, kedves öregem a barátaimnak tony vagyok. Kihúzott egy széket. Jöjjön, üljön le. Beszélgessünk a bűnözésről. Tovább megyek, ígyunk a bűnözésre. Pesgő töltött egy üres pohárba. De hogy kerül maga a zene, tánc és vigalom eme csarnokába, kedves poirotem. Itt nincsenek hullák, egy járva hullával se szolgálhatok. Váró belekóstolt a pesgőbe. Úgy látom, jó kedvében van, Manser. Jó kedvemben. El vagyok keseredve le vagyok sújtva. Hallja ezt a számot, amit játszanak. Felismeri. Váró megkockáztatta. Talán arról szól, hogy valakit elhagyott a babája. Nem rossz tipp mondta a fiatalember, de ez egyszer téved. Mi tehet nyomorultabbá, mint a szerelem? Ez a címe. Aj. A kedvenc dalom mondta gyászos hangon toncsepöl. És a kedvenc éttermem és a kedvenc zenekarom a kedvenc barátnőm meg éppen más valakivel táncol. Innen a búbánat. Kérdezte Pvaró. Pontosan. Polin és én, tudja, szóváltásba keverettünk ahogy mondani szokás. Ami azt jelenti, hogy száz szóból az övé volt 95, az enyém meg öt. Az enyémek így hangzottak, de kedvesen meg tudom magyarázni. Mire ő újra kezdte a 95-jét, és tovább aztán nem is jutottunk. Azt hiszem fűzte hozzá tony bánatosan, meg fogom mérgezni magam. Polin. Mormolt apvaró. Polin Vedörbi. Barton Russell ifjú sógornője. Ifjú, gyönyörű és gondolítóan gazdag. Bártön Russell adja ezt a mai vacsorát. Ismeri. Nagy kutya, amolyan tisztára beretvált amerikai, csupa erő, csópa tűz. A felesége Polin nővére volt. És kik vesznek még részt a vacsorán. Egy perc, és találkozhat velük, amint véget ér a zene. Itt van ló Lövel, ezt tudja, az a dél-amerikai táncosnő a Metropol új műsorából, és aztán itt van Stephen Carter is. Tartert ismeri a diplomáciai testület tagja. Inkább amolyan titkos szolga. Néma Stephen a csúf neve. Az ilyenek mondogatják folyton, hogy erről természetesen nem beszélhetek, és a többi, és a többi. Na, itt is vannak. Váró felállt. Bemutatták Barton Russellnak, Stephen Carternak, Senora ennek a fekete hajó, érzéki teremtésnek, valamint Pauline Weatherbynek, aki nagyon fiatal volt, nagyon szőke, a szeme pedig kék, mint a bózavirág. Micsoda, csak nem a nagy Kiáltott fel Barton Russell. Örvendek a találkozásnak, uram. Foglaljon helyet, csatlakozzon hozzánk már mintha. Közbeszólt Toncsepöl. Szerintem egy hullával van találkozója, vagy esetleg egy meglógott pénzemberrel. Vagy netán a borrió a hima óriás rubinjával. Ah, barátom, maga azt hiszi, én mindig szolgálatban vagyok. Hogy egy pillanatig sem szórakozhatom. Akkor talán Czarterral van találkozója. Valami halasztást nem tűrő nemzetközi elnes probléma. Az ellopott terveket vissza kell szerezni, különben holnap kitör a háború. Polin Veatrbi felcsattant. Muszáj folyton a hülyét játszanod, Tony. Bocs, Polin. Tony Csepöl megtörten elhallgatott. Milyen szigorú ön, ma demo is elle. Utálom, ha valaki állandóan bohócot csinál magából. Látom, vigyáznom kell. Csak a legkomolyabb témákról társaloghatok. Jaj, de hogy, Nöpvaró! Nem magára gondoltam. Mosolygó arccal fordult feléje. Maga tényleg olyan Sherlock Holmes féle, aki csodálatos következtetésekre képes. Aj, ah, a következtetések a való életben korán sem olyan könnyű az ilyesmi. Talán tegyek próbát. Nos, arra következtetek, hogy önnek a sárga a kedvenc virága. Tévedés, Nöpvaró! Gyöngyvirág vagy rózsa? Váró felsóhajtott. Kudarc. Lássunk még egy próbát. Ma este, nem sokkal ezelőtt, ön telefonált valakinek. Polin kacagva tapsolt. Úgy van. Nem sokkal az előtt, hogy ideértek. Igen. Amint beléptünk az ajtón. Ahhez már nem olyan jó. Az előtt telefonált, hogy asztalhoz ültek volna. Igen. Ez nagyon rossz. De hogy, inkább nagyon is ügyes. Honnan tudta, hogy telefonáltam? Mademoiselle, ez maradjon a nagy detektív titka. És az a személy, akinek telefonált. Vel, well, Netán Hával kezdődik a neve. Polin nevetett. Tévedés. A komornámnak telefonáltam, hogy vigyen el a postára néhány fontos levelet, amelyeket elfelejtettem feladni. Louisa neve. Egészen össze vagyok zavarodva. A zenekar ismét játszani kezdett. Van kedved, Polin? kérdezte Tony. Ilyen hamar nem szeretnék megint, Tony. Kár, közöltett tragikusan a világgal Tony. Páró odasúgta a másik oldalán ülő dél-amerikai lánynak. Senora, nem merészelem felkérni önt. Túlságosan vén vagyok. Lólöveld ez így felelt. Ugyan, ne beszélje maga butaság. Maga lenni fiatal. Haja még mindig fekete, nem. Váró arca enyhén megrándult. Polin, úgy is mint sógorod és gyámod mondta körülményes kedve Barton Russell, parancsolom, hogy gyere ki velem a parketre. Keringőt játszanak, és körülbelül ez az egyetlen tánc, amit ismerek. Hát persze, Barton, menjünk. Kedves tőled, Polin, jó kislány vagy. Elmentek. Tony hátra döntötte a székét. Aztán Stephen Arterra nézett. Milyen beszédes vagy, Kárter jegyezte meg. Felpesdíted a társaságot víglocsogásoddal, háe. Mi az ördögre célzol, Csepöl? Ó, oh, hát nem tudod. Utánoztatony. De kedves öregem. Ha nincs kedved beszélni, akkor így áll. Kösz, nem. Akkor iszom én. Stephen Carter vállat vont. Bocsássanak meg, köszönnöm kell egy fickónak amott. Iskolatársam volt etomban. Stephen Carter felállt, és néhány asztallal odébb ment. Ezeket az etoni öregdiákokat a bölcsőben kellene megfojtani, mondta Borús Antony. Herzolepváró azonban továbbra is a mellette ülő fekete hajó szépségnek csapta a szelet. Éppen azt mormolta. Szabad kérdeznem, mi a kegít kedvenc virága, mademoiselle? Ah, és miért akar maga azt tudni? Kérdezte a céran lólő. Mademoiselle, ha én virágot küldök egy hölgynek, ügyelek rá hogy olyan legyen, amit szeret. Ez igazán öntől kedves, möpvaró. Megmondok imádok nagy vörös szegfű vagy sötét piros rózsa. Pompás pompás. Tehát a sárga íris nem a kedvence. Sárga virág nem nem megy temperamentumomnak. Milyen bölcs. Mondja csak, ma demo is elle, felhívta ön ma egy barátját, amióta ideért. Én. Felhívni barát. Nem, micsoda kérdés. Ah, tudja, én igen kíváncsi ember vagyok. Azt meghisz? Lólő rávetette nagy, sötét szemét. Igen veszélyes ember. Nem, nem, nem veszélyes, mondjuk inkább, hogy olyan ember, aki hasznos lehet veszély esetén. Érti, ugye? Lólő elvihogta magát. Kilátszottak szabályos, fehér fogai. Nem. Nem nevetett. Veszélyes. Váró felsóhajtott. Látom, hogy nem érti. Nagyon különös ez az egész. Tony felrezzent tűnődéséből, és hirtelen így szólt. Lólő, van kedved egy kis rázáshoz. Gyerünk. Megy igen. Mivel váró van nem elég bátor. Tony átkarolta, és a válla fölött hátrévetette poirotnak, amint ellejtettek. Elmélkedjen jövendő bűnügyekről, öregem. Váró így felelt, igen mélyértelmű értelmű mondás. Bizony, mélyértelmű. Egy-két percig merengve ült, majd felemelte a mutatóját. Luigi azonnal ott termett, széles olasz arca mosolyráncokba húzódott. jól tíz mondta váró. Információra van szükségem. Állok szolgálatára, Monsieur. Az érdekelne, ebből az asztaltársaságból hányán használták ma este a telefont. Megmondom, Monsieur. Az ifjú hölgy, az a fehér ruhás azonnal telefonált, amint megérkezett. Azután elment, hogy leadja a kabátját, közben a másik hölgy előjött a mosdóból, és ő is belépett a telefonfülkébe. Tehát mégis telefonált a senora. Az előtt volt ez, hogy bejött volna az étterembe. Igen, monsieur. Még valaki. Más nem, monsieur. Ez erősen elgondolkodtató, Louis G. Igenis, monsieur. Bizony. Azt hiszem, Louis G., hogy ma este nagyon észnél kell lennem. Valami történni fog, Louis G., és én egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy mi lesz az. Ha tehetek valamit, monsieur. Váró intett. Luigi diszkréten eltűnt. Stephen Carter jött vissza az asztalhoz. Mi ketten továbbra is el vagyunk hanyagolva, Emmer Carter mondta Pvaró. Ő izé, mondta a másik. Ön jól ismeri Emmer Barton Russelt. Igen, régóta ismerem. A nője, a kis Miss Wedderby igen bájos teremtés. Igen, csinos lány őt is jól ismeri. Eléggé. Hát, hát mondta Pvaró. Kárter nagyot nézett. Elhallgatott a zene, a többiek is visszatértek. Barton Russell szólt egy pincérnek. Még egy üveg pesgőt, gyorsan. Azután megemelte poharát. Ide hallgassanak, emberek. Tóztot szeretnék mondani. Az az igazság, hogy ennek a mai kis vacsora vendégségnek megvan az oka. Mint tudják, hat személyes asztalt rendeltem. De mi csak öten vagyunk. Maradt tehát egy üres helyünk. Azután valami egészen furcsa véletlen erre hoztam Möhercole té, és én megkértem, hogy csatlakozzon hozzánk. Önök nem is tudják, milyen szerencsés véletlen ez. Az az üres szék ma este egy hölgyet zselképez egy hölgyet, akinek az emlékére ezt a mai vacsora vendégséget összehívtam. Ezt a partit, hölgyeim és uraim, az én drága feleségem emlékére rendeztem Iris emlékére, aki éppen ma négy esztendeje, hogy meghalt. Csodálkozó mozgolódást támadt az asztal körül. Barton Russell egy kedvű arccal felemelte poharát. Kérem tehát önöket, hogy ígyunk az emlékére. Irisre. Iris kérdezte éles hangon Pvaró. A virágokra nézett. Barton Russell elkapta a pillantását, és szeliden bólintott. Halk mormogás hallatszott az asztal körül. Iris! Iris! Mindenki tétovázott, feszengett. Barton Russell folytatta, lassú, monoton amerikai hanglejtése minden szónak egyformán súlyos nyomatékot adott. Furcsának találhatják, hogy így emlékezem meg egy haláleset évfordulójáról vacsora vendégséggel egy divatos étteremben. De okom van rá igen, okom van rá. Möp váró kedvéért el is magyarázom. Váró felé fordította a fejét. Éppen ma van négy esztendeje annak, Möp váró, hogy egy vacsora vendégséget rendeztünk New Yorkban. Ott volt a feleségem, ott voltam én, ott volt Emmer Stephen Carter, aki akkor a Washingtoni követségen teljesített szolgálatot, ott volt Emmeren Tony Csepöl, aki már néhány hete nálunk vendégeskedett, és ott volt Senora Veldez is, aki éppen akkoriban bűvölte el New Yorkot tánc tehetségével. A kicsi Polin megveregette a lány vállát még csak 16 éves volt, de különleges meglepetésként őt is meghívtuk. Emlékszel, Polin? Emlékszem igen kicsit remegett a hangja. Aznap este tragédia történt, Möpvaró. Dobszóra kezdetét vette a kabaré. Kihunytak a fények, csak a párket közepét világította meg egy spotlámpa. Amikor újra világos lett, Möpvaró, észrevettük, hogy a feleségem rábukott az asztalra. Meghalt, szörnyet halt. A pohara alján találtak, és a csomag maradéka is előkerült a táskájából. Tehát öngyilkos lett. Kérdezte Pvaró. Így szólt a verdikt. Én egészen összetörtem, Möpvaró. Talán volt rá oka, hogy ezt tegye a rendőrség legalábbis úgy vélte. Elfogadtam a döntésüket. Hirtelen az asztalra csapott. De nem győztek meg. Négy éve egyfolytában töröm a fejem, töprengek, és még most sem vagyok meggyőzve, nem hiszem el, hogy a feleségem öngyilkos lett. Azt gondolom, Möpvaró, hogy meggyilkolták még hozzá valaki azok közül, akik az asztalnál ültek. Na de, kedves uram! Tony Csepöl felugrott! Hallgasson, Tony mondta Rászöl. Még nem fejeztem be. Maguk közül tette valaki, Ebben most már biztos vagyok. Ez a valaki a sötétség lepl alatt aztán belecsempészte a félig kiürült ciánkális csomagocskát a feleségem táskájába. Azt hiszem, tudom is, hogy ki volt az. Feltett szándékom, hogy kiderítem az igazságot. Lólő felcsattant. Maga van bolond őrült ki akart volna ártani neki. Nem, maga van bolond. Én itt nem maradok. Elhallgatott peregni kezdtek a dobok. Barton Russell megszólalt. A kabaré. Majd utána folytatjuk. Mindenki maradjon a helyén. Beszélnem kell a zenekarral. Megegyeztem velük valamiben. Felállt, és távozott az asztaltól. Elképesztő jegyezte meg Carter. Ez az ember őrült. Van bolond, igen mondta Lolle. Elhalványultak a fények. Na, én megyek a fenébe, mondta Ne. Mondta éles hangon Polin. Majd halkan így folytatta, te jó Isten. Mi a baj, Mademoiselle. is elle. Mormolt Pvaró. A lány szinte súgva válaszolta. Ez rettenetes. Minden úgy van, mint akkor este. PSZT. PSZT. Pisszektek többen is. Váró lehalkította a hangját. Hadd mondjak önnek valamit. A lány fülébe súgott néhány szót, majd megveregette a vállát. Minden rendben lesz nyugtatta meg. Istenem, hallgassák! Kiáltott a lólő. Micsodát, Senora! Ugyanaz a delömezt ezt a dalt játszották akkor este is, New York. Bizonyára Barton Russell rendelkezte. Nekem nem tetszik ez. Bátorság bátorság. Egyszerre csend lett. Egy lány lépdelt ki a párkett közepére, egy szém fekete bőrű lány vadul forgó szemekkel, fehéren csillogó fogsorral. Mi? reket hangon énekelni kezdett furán megindító volt a hangja. Már elfelettelek már nem emlékezek a járásodra sem egy szavadra sem, hogyan beszéltél, már elfelettelek már nem idéztelek fel sem, én rég azt se tudom már, hogy szürke vagy kék volt e szemed, már elfeledtelek, már nem emlékezek rád többé már nem gondolok rád, mondom, hogy többé már nem gondolok rád, 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 rád. Az okogó delöm, a mély, csodás néger hang mindenkire nagy hatást tett. Hipnotizált megigézett. Még a pincérek is érezték ezt. Az egész terem az énekes nézte, megbabonázva a tömény érzelemtől, amely a hangjából csörgött. Egy pincér járt járta körbenesztelenül az asztalt, megtöltötte a poharakat, Pesgőt, mormolta halkan, de minden figyelem az éles fényű körre összpontosult a fekete nőre, akinek Afrikából jöttek az ősei, s aki mély hangján most ezt dalolta éppen. Már elfelettelek, már nem emlékezek. Jaj, miért hazudok, csak terád, csak terád, csak terád gondolok halálomig. Kitört a tapsvihar. Újra kigyulladtak a fények. Barton Russell visszajött, és leereszkedett a székébe. Micsoda pompás lány! Kiáltott feltony. Mondandója többi részét azonban elfolytotta a lólő halksikoja. Nézzék, nézzék! Mindnyájan oda néztek. Pauline felsőteste felső teste az asztalra volt borulva. Lólő felsikított. Meghalt pont mint Iris, mint Iris New Yorkban. Váró felpattant a székéből, és jelzett a többieknek, hogy maradjanak a helyükön. Az összeroskadt alak fölé hajolva igen szeliden megemelintette a pegyhüt kezet, Hogy kitapintsa a pulzusát. Arca fakó volt és szord. A többiek csak nézték. Megbénultak, mintha transzba estek volna. Váró lassan bólintott. Igen, meghalt lapóvre pötít 11. És én mindvégig itt ültem mellette. Ah! Ezt most nem ússza meg a gyilkos. Barton Russell elszürkült arccal motyogta. Pont mint Iris. Látott valamit. Polin látott valamit aznap este. De nem volt benne biztos ő magam mondta nekem. Ki kell hívnunk a rendőrséget. Úristen, kicsi Polin. Megszólalt Pvaró. Hol a pohara? Az orrához emelte. Igen, érzem a cián szagát keserű mandula illat. Felvette a lány táskáját. Nézzük csak a táskáját. Barton Russell felkiáltott. Csak nem képzeli, hogy ez is úgy nevezett öngyilkosság. Az ki van zárva. Várjanak rendelkezett Pvaró. Nem, itt nincs semmi. Tudják, túl hamar gyúltak ki a fények, a gyilkosnak nem maradt ideje. Ezért még mindig nála kell lennie a méregnek akár férfi, akár nő, mondta Carter. Lólőval ezt nézte közben. A nő rikácsolni kezdett. Micsoda mit mond maga? Hogy én öltem meg nem igaz, nem igaz, miért tennék ilyet? Magának is tetszett Barton Russell akkor New Yorkban. Legalábbis ezt plegykálták. Az argentin szépségek híresen féltékenyek. Ez van csomó hazugság. És én vagyok nem argentin vagyok Peruból. A hén köpök magára rá spanyol szavak áradata következett. Csend legyen. Csattant fel Pvaró. Itt csak én beszélhetek. Mindenkit át kell kutatni, mondta csüggetten bár Russell. Váró higgadtan válaszolt. Nan, nan, felesleges. Hogy, hogy felesleges? Én, Hertolep tudom. Én a lelki szemeimmel is látok. És most én fogok beszélni. Mö kárter, lesz szíves megmutatni nekünk azt a mellény zsebében levő csomagocskát. Semmi sincs a zsebemben. Mi az ördög? Tony, kedves barátom, ha kérhetem. Kárter felkiáltott. A pokolba magával. Tony azonban villámgyors mozdulattal kiemelte a csomagocskát, mielőtt Kárter védekezhetett volna. Eholni, emmerkvaró ahogy mondta. De ez istenverte hazugság. Kiáltotta Kárter. Váró kezébe vette a csomagot, és elolvasta a címkét. Czián Káli. Az ügy lezárva. Bár Russell elfúló hangon megszólalt. Kárter. Mindig is sejtettem. Iris szerelmes volt magába. Meg akart szökni magával. De maga nem akart botrányt, féltette a tetves karrierjét, ezért megmérgezte őt. Lógni fog, maga nyomorult. Csend legyen. Váró hangja határozottan, ellentmondást nem tűrően csengett. Még nem végeztünk. Én, Hercolep Váró, bekívánok jelenteni valamit. Barátom, Ton Csepöl azt mondta, amikor megérkeztem, hogy bizonyára bűntényt szimatolok. Részben igaza is volt. Bűntény járt az eszemben, de éppen annak megakadályozása véget jöttem. És meg is akadályoztam. A gyilkos ügyesen tervezett, de hercolep váró egy lépéssel előtte járt. Gyorsan kellett gondolkodnia, tüstént Mademoiselle fülébe kellett súgnia valamit, amikor a fények elhalványodtak. Mademoiselle, Polin, igen okos, hamar kapcsolt, és jól játszotta a szerepét. Mademoiselle, volna kedves megmutatni nekünk, hogy mégsem halt meg. Polin felült. Idegesen elnevette magát. Íme, Polin feltámadása mondta. Polin édes. Tony. Egyetlenem. Te angyal. Barton Russell felhördült. Nem nem értem. Majd én segítek, Emmer Barton Russell. Az ön terve füstbe ment. Az én tervem. Igenis az ön terve. Ki az egyetlen ember, akinek alibije van az elsötétítés idejére? Az, aki távozott az asztaltól, vagyis ön, ember Barton Russell. Csak hogy ön a sötétség leple alatt visszajött, körbejárt egy pesgős palackkal, teletöltötte a poharakat, ciánt tett pauline majd a félig kiürült csomagocskát kárterzsebébe ejtette, miközben föléje hajolt, hogy felvegyen egy poharat. Ó, oh, igen, könnyű eljátszani egy pincér szerepét a sötétben, amikor mindenki más felé figyel. Ez volt az igazi célja ennek a mai vacsora vendégségnek. Gyilkosságot emberek sűrűjében a legbiztonságosabb elkövetni. Mi a ugyan miért akarnám én megölni Paulineté? Lehet, hogy a pénz miatt. A felesége önt nevezte ki húgagyámjának. Ezt a tényt ön szóba is hoztam ma este. Polin húsz éves. Amikor 21 lesz, vagy amikor férjehez megy, önnek számot kell adni a sáfárkodásáról. Úgy vélem, ön ezt nem tudná kielégítően megtenni. Spekulált a pénzzel. Nem tudom, Emmer Barton Russell, hogy a feleségét öntette -e el láb alól ugyanígy, vagy hogy az öngyilkosság asugata-e ennek a bűnténynek az ötletét, de azt tudom, hogy ön itt ma este gyilkossági kísérletben bűnös. Miss Paulinenak kell eldöntenie, hogy bíróság elé állítatja -e ezért. Nem felelt Repolin. Csak tűnjön el a szemem elől, és tűnjön el ebből az országból. Nem akarok botrányt. Barton Russell rángó arccal felállt. A pokolba magával, maga minden lében kanál kis belga majom. Dühötten kisietett. Polin felsóhajtott. Möpvaró, maga egyszerűen csodálatos volt. Nem, mademoiselle, is elle, ön volt csodálatos. Ahogy kiöntötte a pesgőt, ahogy olyan csinos hullát alakított. Áh, borzongott meg a lány, a hideg futkos a hátamon. Ugye ön telefonált nekem? Kérdezte szeli Pvaró. Igen. Miért? Nem is tudom. Aggódtam, és féltem, bár magam sem tudtam, mitől. Barton elmondta, hogy Iris haláláról akar megemlékezni ezzel a vacsora vendégséggel. Rájöttem, hogy van valami terve, de nem árulta el, hogy micsoda. Olyan-olyan furcsának és izgatottnak látszott, hogy megéreztem, valami szörnyűség fog történni arról persze nem is álmodtam, hogy hogy én tőlem akar megszabadulni. Így tehát, ma demo is elle. Többektől is hallottam már magáról. Arra gondoltam, ha valami módon ide tudnám csábítani, azzal talán elejét vehetnem a dolognak. Arra gondoltam, hogy mivel ön külföldi ha telefonálnék, és eljátszanám, hogy veszélyben forgók ha rejtét sejtetnék. Arra gondolt, hogy a melodráma felkeltené az érdeklődésemet. Éppen ez az, amit nem értettem maga a közlés hogy is mondják önök álságos, volt nem tűntő szintének. De a félelem a hangjában az valódi volt. Eljöttem hátám ön kategorikusan tagadta, hogy kapcsolatba lépett velem. Muszáj volt. És nem is akartam, hogy tudja. Ah, de én ebben szinte biztos voltam. Az elején persze még nem. De hamarosan rájöttem, hogy csak két ember tudhatott az asztalokon levő sárga íriszekről, ön és ember Barton Russell. Pauline bólintott. Hallottam, amint megrendeli őket magyarázta. Emiatt, meg amiatt, hogy hat személyre foglalt asztalt, holott tudtam, hogy csak öten leszünk, gyanakodni kezdtem el hallgatott, és beharapta az ajkát. Mire gyanakodott, ma demo is elle. A lány lassan válaszolt. Attól féltem, hogy valami történhet. Emmer Carterral. Stephen Carter megköszörülte a torkát. Ráérősen, de határozottan felkelt az asztaltól. Öh, köszönettel, köszönettel tartozom önnek, Emmer Pvaró. Igazán lekötelezett. Bizonyára megbocsátják, de most mennem kell. A ma este történtek egy kissé feldultak. Távolodó alakja után nézve Polin indulatosan így szólt. Gyűlölöm ezt az embert. Mindig is sejtettem, hogy ő volt, hogy miatta lett öngyilkos Iris. De az is lehet, hogy bár tönölte meg. Jaj, olyan rettenetes ez az egész. Váró Szeliden azt mondta. Felejtsen, ma demo is elle, felejtsen. Hagyja a múltat csak a jelenre gondoljon. Igen igaza van, mormolta Polin. Pároló Levaldeshez fordult. Senora, ahogy múlik az est, egyre bátrabb leszek. Ha most volna kedve táncolni velem. Ó, hát hogy ne. Maga maga van bámulatos, Möpvaró. Ragaszkodom hozzá, hogy táncoljak maga. Lekötelez, Senora. Tony és Polin magukra maradtak. Egymás felé hajoltak az asztal fölött. Drága Polin. Jaj, Tony, olyan rémes, hülye kis voltam veled egész nap. Meg tudsz nekem bocsátani. Te angyal. Megint a mi dalunkat játszák. Gyere, táncoljunk. És tóvölejtettek, egymásra mosolyogva és halkan dúdolva. Mi tehet nyomorultabbá, mint a szerelem mi tehet busabbá, mint a szerelem levörlete per oly édes szeszélyes mi keseríthet el jobban, mint a szerelem. Mi őriíthet meg jobban, mint összerelem? Mi vadíthat meg jobban, mint összerelem? Szitkozóc, piszkolóc, leszel gyilkos vagy öngyilkos, van-e jobb, mint összerelem? Van-e jobb, mint összerelem? A harlekinteás készlet. E MR Szetöszwéd kétszer is csettintett nyelvével mérgében. Akár igaza volt, akár nem, egyre inkább meg volt győződve róla, hogy manapság a gépkocsik sokkal gyakrabban robbannak le, mint az előtt. Ami a gépkocsikat illeti, ő csak is a régiekben bízott, amelyek már kiállták az időpróbáját. Ezeknek is megvoltak a maguk kis rigolyái, de az ember legalább tudott róluk, számolt velük, teljesítette az igényeiket, mielőtt a probléma akuttá vált volna. De ezek az új autók. Tele vannak új szerkentyűkkel, különféle ablakokkal, a műszerfalat teljesen átrendezték bennük, szép csillogó fából van ugyan, de mivel nem ismerős, az ember keze tétován repdes a ködlámpák, ablaktörlők, szívató meg a többi fölött. Mennyi gomb, és csupa olyan helyen, ahol nem is várnánk. S ha esillogó villogó, frissen vásárolt masinánk felmondja a szolgálatot, a szerelőműhelyben egy-kettőre elhangzanak a bosszantó szavak, hát igen, a fogzási tünetek. Prima kocsi ez, uram, ez a szuper-superbo. Minden extra benne van. Csak hát a fogzási tünetek, ugye, azt nem ússza meg az ember. Hahaha. <hállás> Mintha valami csecsemő volna a szóban forgó a korosodó MR Szetöszvét határozottan úgy vélte, egy újonnan vásárolt autó legyen kész Kipróbálva, átvizsgálva, fogzási problémák megoldva így adják el a kuncsafnak. MR Szetöszvét éppen hétvégi látogatásra indult vidéki barátaihoz. Alig hagyta el Londont, új autója már is gyengélkedni kezdett, most pedig egy műhelyben várta a diagnózist, s hogy vajon mennyi idő múlva folytathatja útját a végcél felé. Sofőrje a szerelővel diskurált, Emmer Szetöszvét pedig csak ült, és próbált erőt venni türelmetlenségén. Előző este telefonon biztosította vendéglátóit, hogy te ára mindenképpen befut. Jóval négy előtt ott lesz Dovötön Kingsbourne-ban, közölte velük. Bosszúsan csettintett nyelvével, és igyekezett valami kellemesre gondolni. Semmi értelme, hogy itt üldögéljen dühöngve, egyre a karóráját nézegetve, és, ébredt rá hirtelen, úgy kodkodálva, mint holmi elégedett tyúk, amely hősiesen megtojt egy tojást. Igen. Valami kellemesre. Lássuk csak, mintha lett volna valami valami, amire felfigyelt idefelé jövet. Nem is olyan régen. Valami, amit az ablakon keresztül pillantott meg, ami megörvendeztette, és fel is izgatta. De mielőtt még elmorfondírozhatott volna rajta, az autóra koncátlankodása sürgős látogatást tett szükségessé a legközelebbi szervizben. Szóval mit is látott? Bal felől nem, jobb felől. Igen, jobb felől, amint lassan végighajtottak a falusi utcán. Egy postahivatal mellett. Igen, ebben egészen biztos volt. Egy postahivatal mellett, mert a postahivatal láttán jutott eszébe, hogy telefonálnia kellene Eddi Sonéknak, értesíteni őket, hogy egy kicsit késni fog. A postahivatal. Egy falusi postahivatal. És mellette, igen, határozottan mellette, vagy ha nem, akkor kettővel odább. Valami, ami régi emlékeket ébresztett. És ő legszívesebben, legszívesebben mi? Se baj, mindjárt eszébe fog jutni. Valami színhez volt köze. Színekhez? Igen, színhez vagy színekhez. Vagy egy szóhoz? Valami konkrét szóhoz, amely emlékeket ébresztett, gondolatokat, régi örömöket idézett, izgalmat, valamit, ami nagyon élénk volt és eleven. Valamit, amiben ő nem csak látott, hanem meg is figyelt. Nem, még ennél is több. Részt vett benne. De miben, és miért, és hol? Különféle helyeken. Az utolsó gondolatra gyorsan jött a válasz. Igen, különféle helyeken. Egy szigeten. Korzikán. Montecarlóban, miközben nézte, hogy a krupié megpörgeti a ruletkereket. kereket. Egy vidéki házban. Különféle helyeken. Ott volt ő, de ott volt még valaki más is. Igen, valaki más is. Ez lesz a lényeg. Mindjárt rá fog jönni. Már csak az van hátra, hogy. De ebben a pillanatban megjelent az ablaknál a sofőr, mögötte a műhely szerelőjével. Most már nem tart sokáig, uram közölte erősen a sofőre, mert sattertva el. Talán úgy tíz perc, vagy annyi se. Nem komoly a baj, mondta halk, rekett, vidékies hangján a szerelő. Csak a fogzási tünetek. Emmer szetöszvét ezúttal nem csettintett nyelvével. Inkább tulajdon fogát csikorgatta. Gyakran olvasta ezt a kifejezést könyvekben, s öregkorára korára mintha is kapott volna, aminek talán a felső protézis lazaságához lehetett köze. Fogzási tünetek, az ördögbe is. Fogfájás. Fogcsikorgatás. Műfogsor. Az ember egész élete a fogak körül forog. Dóvötön kingsborough nem már csak pár mérföld innen mondta a sofőr és van itt egy helyi taxi. Azzal előre mehetne, uram, én meg majd viszem a kocsit, amint elkészül. Nem. Mondta Emerset összvét. Szinte kiáltotta a szót, s a sofőr meg a szerelő összerezzent. Emmer sattertva ítenek szikrát hányt a szeme. Hangja tiszta volt és határozott. Eszébe jutott, aminek kellett. Vissza fogok gyalogolni arra, amerről jöttünk, mondta. Ha a kocsi elkészül, majd vegyen fel. Harlekin kávézó, alig ha nem így hívják. Nem valami nagy szám, uram figyelmeztette a szerelő. Minden esetre ott leszek jelentette ki fejedelmi fensőbséggel emmerszett összvét. Fürgén útnak erett. A két férfi csak bámult utána. Hát ezt meg mi érte? Szólalt meg a sofőr. Sose láttam ilyennek. ennek. Kings is nem igazán felelt meg ősi és előkelő nevének. Kicsi, egy utcás falucska volt. Alig pár ház, néhány bolt rendszertelen összevisszaságban, némelyikről lerít, hogy hajdani házat alakítottak át boltá, másokról meg hogy hajdani bolt funkcionál házként, mindenféle kereskedelmi célzat nélkül. Nem volt se különösebben ősi, se különösebben szép. Egyszerű volt, és meglehetősen jelentéktelen. Talán éppen ezért, gondolta Emmer Szetöszvét, éppen ezért tűnt fel neki az az élénk színfolt. A, itt is van a postahivatal. Egyszerű posta, előtte levélládával, ablakában újságok és képeslapok, és mellette bizonyára, igen, igen, ott van fenn az a bizonyos cégtábla. Harlekin kávézó. Emmer Sattertvai tehet hirtelen elfogta a nyugtalanság. Lehet, hogy rohamosan öregszik. Képzelődik. Ugyan miért kellene ennek az egyetlen szónak felpesdítenie a vérét? Harlekin kávézó. A szerelőnek teljesen igaza volt. Nem olyan helynek látszik, ahol az ember szívesen étkezne. Legfeljebb harap valamit. Reggel megiszik egy kávét. De akkor miért? És egyszeriben rájött, hogy miért. Mert a kávézó, helyesebben a ház, amely a kávézónak helyet adott, két részből állt. Egyik oldalán kis asztalok sorakoztak székekkel azon kuncsaftok számára, akik enni akarnak. A másik oldal azonban üzlet volt. Porcelán üzlet. Nem régiség volt. Nem voltak benne üvegvázákkal és bögrékkel telirakott kis polcok. Olyan üzlet volt, amelyben új árut lehetett kapni, s utcára néző kirakat a pillanatnyilag a szivárvány minden színében pompázott. Egy teás készlet, jó nagy csészékkel és csészealjakkal, mindegyik más színű kék, piros, sárga, zöld, rózsaszín, bíborvörös. Igazán elbűvölő színvilág, gondolta Emmer Szetözvét. Nem csoda, hogy megfogta a szemét, amint az autó lassan elgördült a járda mellett, garást vagy szerviszt keresve. Mellette jókora kártya hirdette, harlekinteás készlet. És persze, hogy a Harlekin szó rögzült ember töszvét agyában, noha eléggé hátul, ezért esett nehezére előbányászni. A vidám színek. A tarka barka Harlekin színek. És arra gondolt, belenyilalt, az az abszurd, de izgalmas ötlete támadt, hogy ez valamiféle neki szóló hívás. Neki, személy szerint. Lehet, hogy éppen itt étkezik most, vagy vásárol csészéket és csészealjakat az ő régi barátja, Emmer Harley Quinn. Hány éve is, hogy utoljára találkozott Emmer Harley Quinn-nel? Sok-sok éve. Talán azon a napon, amikor távolodni látta Emmer Quinn-t egy dűlő úton, az úgynevezett szerelmesek ösvényén. Arra számított akkor, hogy legalább évente viszont látja majd Emmer Quinn-t vagy akár kétszer is évente. De nem. Nem így lett. Minden esetre ma az a csodával határos, meglepő gondolata támadt, hogy itt, Kingsbourne Ducis faluban esetleg újból találkozik Emmer Harley quinn -nel. Mi csoda képtelenség, mondta Emmer Szetöszvét, mi csoda képtelenség. Mi nem jut eszébe az embernek vénségére. Hiányzott neki Emmer Quinn. Hiányzott neki az, ami talán a legizgalmasabb volt élete kései szakaszában. Valaki, aki bárhol felbukkanhat, s akinek felbukkanása mindig azt jelzi, hogy valami történni fog. Valami történni fog ő vele. Nem, ez így nem pontos. Nem ő vele, hanem általa. Ez volt benne a legizgalmasabb. Egyszerűen a szavak révén, amelyeket emmerk vinkijejt. Szavak. Dolgok, amelyekre rámutat, s ettől ember sattertvaitenek ötletei támadnak. Meglát dolgokat, elképzel dolgokat, rájön dolgokra. Megold valamit, amit meg kell oldani. És vele szemben ott ül ember Quinn, esetleg helyezlően mosolyogva. Valami, amit ember Quinn kimond, gondolatokat indít el, de a tevékeny résztvevő ő maga. Ő ember Szetöszvét. Az ember, akinek olyan sok régi barátja van. Akinek a barátai között hercegnők, püspökök is akadnak, olyan ismerősök tehát, akik számítanak. Számítanak különösen, ezt be kellett vallania, a jó társaságban. Mert végtére Emmer Szetöszvét mindig is sznob volt. Szerette a hercegnőket, szeretett ismerettségben lenni régi családokkal, amelyek Anglia birtokos nemességét képviselték generációk óta. És a fiatalok is érdekelték, még ha nem számítottak is fontosnak társasági szempontból. A bajba jutott fiatalok, a szerelmes, a boldogtalan, a segítségre szoruló fiatalok. Emmer Oluinnek hála Emmer Szetöszvét segíteni tudott rajtuk most pedig mint valami fél kegyelmű bámult be egy nem különösebben megnyerő falusi kávézóba és boltba, mely utóbbiban modern porcelántárgyakat és teás készleteket, sőt minden bizonyal tűzálló tálakat is árultak. Akkor is muszáj bemennem, mondta magában Emmer Szetöszvét. Ha már voltam olyan ostoba, hogy visszagyalogoltam ide, be kell mennem, mert hát ha. Biztosan tovább tart a javítás, mint ahogy kalkuláltak. Több lesz az tíz percnél. Hát ha találok oda valami érdekeset. Még egyszer szemügyre vette a porcelánnal teli kirakatot. Hirtelen rájött, hogy egészen jó porcelánok. Formásak. Jó modern termék. Visszamerengett a múltba, emlékezett. Felötlött benne Líz hercegnő. Milyen pompás öreg hölgy volt. Milyen kedvesen bánt a szobalányával azon a viharos tengeri úton korzik a szigetére. Egy őrangyal körültekintésével viselte gondját, és csak másnap váltott vissza abba a zsarnoki, erőszakos modorba, amelyet a cselédek akkoriban lázongás legcsekélyebb jelenélkül tűrtek. Mária. Igen, így hívták a hercegnőt. A drága öreg Mária Lész. Meghalt már ő is, évekkel ezelőtt. De volt neki egy Harlekin reggeliző készlete. Igen. Nagy, kerekcsészék, mind más színű. Fekete. Sárga, piros és az a különlegesen undorító árnyalatú bolha szín. A bolha, gondolta Emmer Setőszvét, ez lehetett a kedvenc színe. Volt egy rockingham teás készlete is, amelyben szintén a bolha szín uralkodott, aranyal díszítve. Régi szép idők sóhajtott fel emerszet összvét. Nos, ideje bemennem. Esetleg rendelek egy csésze kávét. Biztosan rengeteg tejet öntenek majd bele, és előre megcukrozzák. De akkor is el kell ütnöm valahogyan az időt. Bement. A kávézó felőli oldal jóformán üres volt. Korai még az idő a teázáshoz, gondolta Emmer Szetöszvét. Különben is kevesen teáznak manapság. Legfeljebb az öregek, néha-néha, de ők is inkább odahaza. Egy fiatal pár ült a túlsó ablaknál, a hátsó fal mellett, egy asztalnál pedig két nő plegykálkodott. Megmondtam a lánynak, vitte a szót az egyik, megmondtam neki, hogy ilyesmiről szó se lehet. Nem tűröm el az ilyesmit, ezt közöltem Harryvel is, és ő egyetértett. Emmer sattertvai tebehirtelen tebe hirtelen belenyilalt, hogy keserű élete lehet Henrynek, és bizonyára bölcsebbnek találja, ha mindennel egyetért, amit csak elétárnak. Kellemetlen nő személyi, és a barátnője is ugyanolyan kellemetlen. Átballagott az épület másik oldalára, és azt mormolta közben, éppen csak körülnéznék, ha szabad. Az eladónő szívélyesen válaszolt, hogy ne, uram. Igen szép áruink vannak. Emmer Szetöszvét végignézegette a színes csészéket, egyik másikat kézbe is vette, megvizsgálta a teljes kancsót, kezébe vette és megszemlélt egy porcelán zebrát, megvizsgált néhány csinos mintázatú hamutartót. Szék tologatást halva hátra nézett, és látta, hogy a korábbi sérelmeket hány torgató két középkorú nő fizetett, és éppen távozni készül. Amint kiléptek az ajtón, bejött egy magas, sötét ruhás férfi. Leült az éppen felszabadult asztalhoz. Háttal volt Emmer Sattertvaítenek, aki igen szépnek látta a hátát. Karcsónak, erősnek, izmosnak, de eléggé sötétnek és bajósnak is, talán mert az üzletben alig volt világítás. Emmer szetöszvét visszafordult a hamutartókhoz. Vennem kellene egyet hogy ne okozzak csalódást a tulajdonosnak, gondolta. És akkor hirtelen kisütött a nap. Eddig fel sem fogta, hogy az üzlet azért lehet homályos, mert nincs napfény. Már egy ideje felhők mögött bujkálhatott a nap. Emlékezett is rá, hogy nagyjából akkor felhősödött be, amikor a szervizhez értek. És most egyszerre vakító napfény támadt. Szikráztak a porcelánok színei, és szikrázott a színes ablaküveg is, amelyen átbetűzött, ez utóbbi, gondolta Emmer Szetöszvét, az eredeti, Viktória kori házból maradhatott vissza. Egy szóval az ablakon betűzött a nap, és megvilágította a kopottas kis kávézót. Különös módon megvilágította annak az embernek a hátát is, aki az imént ült le. A sötét, Fekete sziluszt helyén most egy egész színfüzért lehetett látni. Pirosat és kéket és sárgát. És Emmer szetöszvét egyszerre csak rádöbbent, hogy éppen azt látja, amiben annyira reménykedett. Nem csalta meg az intuíciója. Már tudta, hogy kijött be és ült le az előbb. Olyan pontosan tudta, hogy meg sem kellett várnia, míg az arcába nézhet hátat fordítva a porcelánoknak, visszament a kávézóba, és leült a kis kerekasztalhoz, szemben az illetővel, aki az imént tért be. Emmer Quinn mondta Emmer töszvét. Valahogy tudtam, hogy maga is itt lesz. Emmerk Quinn elmosolyodott. Maga mindig mindent tud, mondta. Olyan régen találkoztunk utoljára, mondta Emmer töszvét. Számít az idő múlása. Kérdezte Emmergvin. Talán nem. Lehet, hogy igaza van. Talán nem számít. Megkínálhatom valami frissítővel. Kapni itt frissítőt? kérdezte tamáskodva Emmer Összvét. Persze, hiszen maga is azért jött be, nem. Az ember sose lehet biztos a szándékai felől, nem igaz? kérdezte Emmergvin. Nagyon örülök, hogy újra látom, mondta Emmer összvét. Tudja, már majd nem elfelejtettem. Úgy értem, azt, ahogyan beszél, amiket mond. Hogy miket juttat eszembe, miket csináltat velem. Csináltatok. Nagyon téved. Maga mindig pontosan tudja, mit akar csinálni és miért, és azt is pontosan tudja, hogy meg kell csinálni. Én ezt csak akkor érzem, ha maga is itt van ugyan felelte erősen Emmervin. Nekem semmi közöm ehhez. Én csak sokszor mondtam már ezt magának, én csak erre a mera járok. Ennyi az egész. És ma éppen Kingsborough ne felé. Maga viszont nem csak úgy erre jár, hanem egy konkrét hely felé tart. Igazam van. Egy igen régi barátomat látogatom meg. Egy barátomat, akit hosszú évek óta nem láttam. Megöregedett, félig meddig nyomorék lett. Agyvérzése volt. Elég szépen felépült, de persze sosem lehet tudni. Egyedül él. Most már nem, hála Istennek. A családja, már ami maradt belőle, hazatért külföldről. Hónapok óta nál laknak. Örülök, hogy újra együtt láthatom majd őket. Mármint azokat, akiket ismerek közülük meg azokat is, akikkel még nem találkoztam. A gyerekeket. Gyerekeket és unokákat. Emmer szetöszvét felsóhajtott. Egy pillanatra elfogta a szomorúság, hogy neki nincsenek gyerekei és unokái és dédunokái, pedig általában véve sosem sajnálkozott emiatt. Egészen különleges török kávét főznek itt mondta Emmerkvin. Igazán pompásat. Minden egyebük élvezhetetlen, mint már bizonyára kitalálta. De egy csésze török kávét bármikor megihat az ember, nem igaz? Rendeljünk is, mert az a gyanúm, hogy maga hamarosan folytatni fogja az arándoklatát, vagy minek is nevezzem. Egy kis fekete kutya jelent meg az ajtóban. Oldönönt hozzájuk, leült az asztal mellé, és felnézett Emmer Kuinre. A magáé. Kérdezte Emmer Szetöszvét. Igen hadd mutassam be Hermészt. Megsimogatta a kutya fejét. Kávét mondta. Szólj Alinak. A fekete kutya odaballagott a bold hátuljában nyíló ajtóhoz, és bement rajta. Rövid, parancsoló vakkantást hallottak. Nem sokára ismét megjelent, mögötte egy igen sötétbőrű fiatalemberrel, aki kis maragdzöld pulóvert viselt. Kávét kérünk, Ali mondta Emmerkvin két személyre. Török kávét, ugye bár, uram? Mondta mosolyogva a fiatalember, s azzal eltűnt. A kutya újra leült. Meséljen, mondta Emmer Szetöszvét, mesélje el, merre járt, mit csinált, és miért nem találkoztunk már olyan régóta. Hisz az imént említettem, hogy az idő múlása mit se számít. Én tisztán emlékszem, és szerintem maga is, hogy mikor láttuk egymást utoljára. Tragikus eset volt, mondta M.R. Setöszvét. Gondolni se szeretek rá. Mert meghalt valaki. A halál nem mindig tragédia. Ezt is mondtam már Ígen Igen, válaszolta M.R. Setöszvét, az a haláleset az, amelyre mindketten gondolunk talán tényleg nem volt tragédia. Mégis. Mégis az élet az igazán fontos. Természetesen igaza van, mondta Emmergvin. Tökéletesen igaza van. Az élet a fontos. Nem akarjuk, hogy valaki, aki fiatal, aki boldog, vagy boldog lehetne, meghalljon. Ezt egyikünk sem akarja, ugyebár. Ezért kell megmentenünk egy-egy életet, ha parancs érkezik rá. Parancsabb van a számomra. Nekem parancsom a maga számára. Harley Quinn hosszú, Bánatos képére egészen elbűvölő mosoly ült ki. Nekem semmiféle parancsom nincs a maga számára, er. Szetőszvét. Nekem soha sincsenek parancsaim. Maga tud dolgokat, lát dolgokat, tudja, mi a teendő, és meg is teszi. Nekem semmi közöm az egészhez. Ó, de hogy nincs, mondta er. Szetőszvét. Ezt már aztán nem hiteti el velem. De mondja csak, hol merre járt az alatt, ami oly rövid, hogy időnek sem nevezhető. Itt is, ott is. Különféle országok, különféle tájak, különféle kalandok. De többnyire csak jártam keltem, szokás szerint. Inkább maga mesélje el, hogy mit csinált, és főleg hogy mire készül most. Hogy hová megy? Hogy kikkel fog találkozni? Hogy milyenek is ezek a barátai. Persze, hogy elmesélem. Még pedig nagy örömmel, mert, tudja, én is sokat tűnődtem mostanában ezeken a barátaimon, akiket felkeresni szándékozom. Ha az ember régóta nem látott egy családot, ha évek óta nem állt kapcsolatban velük, mindig feszélyező pillanat, amikor feleleveníteni készül ilyen régi barátságokat és kötelékeket. Nagyon igaz mondta Emmerkvin. Keleti mintás, apró csészékben kihozták a török kávét. Ali mosolyogva szétrakta, majd távozott. Emmer szetöszvét élvezettel kóstolgatta. Édes, mint a szerelem, fekete, mint az éj, és éget, mint a pokol. Így szól a régi arab mondás, nem de. Harley átmosolygott a válla fölött, és biccentett. Igen, mondta Emmer szetöszvét, Mesélnem kell magának arról, hogy hová megyek, bár az, hogy mit fogok csinálni, egyáltalán nem fontos. Régi barátságokat fogok feleleveníteni, és megismerkedem az ifjabb nemzedékkel. Mint említettem, Tom Medőszön igen régi barátom. Sok mindenen mentünk keresztül együtt fiatal korunkban. Aztán, amint az gyakran megesik, szétváltak útjaink. Ő diplomatának állt, Különféle külhoni posztokon teljesített szolgálatot. Néha elutaztam hozzá, és megszálltam nála, néha meg akkor találkoztunk, amikor hazajött Angliába. Egyik legkorábbi állomás helye Spanyolország volt. Feleségül vett egy spanyol lányt, egy gyönyörű, fekete hajóteremtést, pilarnak hívták. Nagyon szerette. Születtek gyerekeik. Két lányuk. Egy szőke kisbaba, aki az apjára ütött, Lili nevű, és egy másik, Mária, aki spanyol anyjára hasonlított. Én lettem Lili keresztapja. Persze egyik gyermeket se láttam valami gyakran. Évente kétszer-háromszor zsúrt rendeztem Lilinek, vagy meglátogattam az iskolájában. Édes, imádni való teremtés volt. Nagyon szerette az apját, és az is őt. De mindezen találkozások, a barátság felelevenítései között voltak nehéz időszakaink is. Ezt maga épp jól tudja, mint én. Én és a kortársaim csak nagy nehézségek árán találkozhattunk a háború alatt. Lili hozzáment a légierő egyik tisztjéhez. Egy vadászpilótához. El is felejtettem a nevét, a minap juttatták eszembe. Simon Gilly 5. Gilly ötrepülő repülő század parancsnok. Elesett a háborúban. Nem, nem. Túlélte. Utána kilépett a légierőtől, és lével kenyába költöztek, mint oly sokan akkoriban. Letelepedtek, és boldogan éltek. Született egy kis Roland. Utóbb, amikor Angliában járt iskolába, egyszer kétszer találkoztam vele. Utoljára talán 12 éves korában láttam. Kedves gyermek volt. Vörös hajó, mint az apja. Azóta egyszer se láttam, úgyhogy kíváncsi leszek rá. 23 nem is, 24 éves. Repül az idő. Megnősült. Nem. Vagyis még nem. Aj. Házasság van kilátásban. Nos, szöget ütött a fejembe valami, amit Tom Edöszön említett a levelében. Van egy unokahúg. A kisebbik lány, Mária a helybeli orvoshoz ment feleségül. Őt sosem ismertem közelebbről. Szomorú eset. Gyermekágyban halt meg. A kislányát Ineznek keresztelték, családi hagyományként, a spanyol nagyanya döntése volt. Ami azt illeti, én ezt csak egyszer láttam, mióta felnőtt. Fekete, Spanyol típus, mint ő nagyanyja. De untatom magát. Ugyan. Nagyon is érdekel. Vajon miért? kérdezte Emmer Sze-töszvét. Azzal az enyhe gyanakvással pillantott Emmer Kúinre, amely néha elelfogta. Mindent tudni akar erről a családról. Miért? Talán, hogy maga elé képzelhessem őket. Nos, hát, ezt a házat, ahová megyek, Kingsborough-nak nevezik. Szép, régi kúria. Annyira persze nem látványos, hogy turista forgalma legyen, vagy hogy bizonyos napokon megnyissák a közönség előtt. Csöndes vidéki ház, ahol ellakhat egy angol férfi, aki híven szolgálta hazáját, majd visszatért, hogy élvezze a békés örekkort. Tom mindig is szerette a vidéki életet. Ügyes vadász, sok boldog napot töltöttünk együtt családi otthonában gyermekkorunkban. Gyakran a teljes vakációmal a Dóvötön kingsbourne vendégeskedtem. és egész életemre megmaradt bennem a képe. Nincs még egy olyan hely, mint Dóvötön ne Nincs ahhoz fogható ház. Ahányszor csak a közelében hajtattam el, mindig kerülőt tettem, hogy megpillanthassam a ház előtt húzódó hosszú fézőfái között a folyót, amelyben peccázni szoktunk, és persze magát a házat is. És ilyenkor felidéződtek bennem, amiket Tommal csináltunk hajdanán. Ő a tettek embere volt. Az a fajta, aki cselekszik. Én pedig én csak egy vén aglegény vagyok. Sokkal több ennél mondta Emmervin. Maga olyan ember, aki barátokra tesz szert, akinek sok barátja volt, s aki szolgálatára volt ő barátainak. Bár csak elhihetném. Maga túlságosan kedves. Szó sincs róla. Azon kívül kitűnő társaság. A történetek, amiket mesél, a dolgok, amiket látott, a helyek, ahová ellátogatott. Az a sok különös ügy, ami megesett magával élete során. Könyvet írhatna róluk, mondta vin. Abban a könyvben maga lenne a főszereplő. Ugyan, de hogy mondta Emmervin. Én csak erre a mera járok. Ennyi az egész. De folytassa. Meséljen még. De hisz ez csak egy családi krónika, amiről mesélek. Mint mondtam, hosszú időszakokon, éveken át egyiküket sem láttam. De mindig is az én régi barátaim maradtak. Néha-néha láttam Tomot és Pilart, amíg Pillár meg nem halt fiatalon, sajna, Lét, a kereszt gyermekemet, a csendes orvos gyereket, aki a faluban él az apjával. Hány éves a lány? Én 19 vagy 20 lehet. Előre örülök, hogy összebarátkozhatom vele. Végeredményben tehát boldog krónika ez. Nem egészen. Lili, a kereszt gyermekem, aki kenyába költözött a férjével, meghalt odakinna autóbalesetben. Szörnyet halt, egy egyéves kisbabát, a kicsi Rolandot hagyva hátra. Simon, a férje egészen összetört. Ritka boldog pár voltak. És mégis, a legjobb dolog történt vele, ami csak történhetett, gondolom. Újra nősült, egy repülő század parancsnoknak, a barátjának az özvegyét vette el, aki szintén egy ugyanolyan korú babával maradt magára a kis Timössi és a kis Roland között csak két-három hónap lehetett a korkülönbség. Simon házassága, azt hiszem, jól sikerült, ha bár én nem találkoztam velük, mert kint maradtak kenyában. A fiúkat édes testvérekként nevelték. Ugyanabba az angliai iskolába jártak, s a szünidőt rendszerint kenyában töltötték. Én persze évekig nem láttam őket. Nos, tudja, mi történt aztán Kenyában? Egyeseknek sikerült ott maradniuk. Mások, köztük nem egy barátom, Nyugat-Ausztráliába költöztek át, és ott telepedtek le. Egyesek pedig hazajöttek. Simon Gilly öt és felesége meg a két gyermekük elhagyta Kenyát. Már nem ugyanaz a hely volt számukra, ezért hazajöttek, elfogadva az öreg Tom Edőszöny évről évre megismételt invitálását. Hazajöttek hát, a völő, a völő második felesége és a két gyerek, illetve már felnőtt fiú, fiatalember. Hazajöttek, hogy családi körben éljenek, és most boldogok. Tom másik unokája, Ines Horton, mint már mondtam, a faluban él az apjával, az orvossal, és úgy hallom, ideje jó részét Dovötön Kingsborough neban tölti Tom Edisonnál, aki nagyon szereti az unokáját szóval úgy tűnik, mint nagyon boldogok ott. Tom többször is unszolt, hogy látogassam meg őket. Találkozzam velük újból. Így hát elfogadtam a meghívást. Egy hét végére. Bizonyos értelemben szomorú lesz viszont látnom a drága öreg Tomot megbénulva, akinek talán már nincs sok hátra az életéből, mégis derűs és vidám, ha jól értem. És viszont látnom a régi házat, Dovötön Kingsborough neté, amelyhez annyi kölyökkori emlék fűz. Ha az ember nem élt különösebben eseménydús életet, ha semmi sem történt vele személy szerint, már pedig nálam ez a helyzet, akkor leginkább a barátok, a házak maradnak meg az emlékezetében, és azok a dolgok, amiket gyerekként és fiatalemberként csinált. Csak egy valami aggaszt. Fölösleges aggódnia. Mi aggasztja? Az az, hogy csalódni fogok. A ház, amelyre emlékszik az ember, amelyről álmodott, a viszontlátáskor talán nem olyan lesz, mint emlékeiben vagy álmaiban. Esetleg hozzáragasztottak egy új szárnyat, átrendezték a kertet, oly sok minden történhetett vele. Igen régen jártam ott utoljára. Az emlékei akkor is megmaradnak, mondta Emmervin. Örülök, hogy elmegy. Van egy ötletem, mondta Emmer összvét. Jöjjön velem. Társuljon hozzám. Attól nem kell tartania, hogy nem látják szívesen. A drága Tom Edöszön a legvendég szeretőbb fickó a világon. Aki az én barátom, az az ő barátja is. Tartson velem. Kérem. Ragaszkodom hozzá. Emmer Szetöszvét egy izgatott mozdulattal kis hián leverte a csészéjét az asztalról, de még idejében elkapta. Nyílt az üzlet ajtaja, megcsöndült felette a régi módi csengő. Egy középkorú nő jött be, kis sézi hált, és mintha kimelegedett volna. Csínos asszony volt, gesztenye vörös hajában alig akadt ősszál. Bőre elefántcsont fehér, ami gyakori a vörös hajóaknái és kék szeműeknél, s az alakját is jól karban tartotta. Gyors pillantással felmérte a kávézót, és rögtön befordult a porcelán üzletbe. Ó, oh, hát vannak még harlekincsészéik! Kiáltott fel. Igen, emberes gili öt, épp tegnap érkezett egy új tétel. Jaj, nagyon örülök! Annyira aggódtam. Rohantam, kölcsön vettem a fiúk egyik motorbicikliét. Elmentek valahová, sehol se találtam őket. De hát valamit tennem kellett. Ma reggel egy szerencsétlen baleset történt néhány csészével, és éppen vendégeket várunk délutáni teára. Kaphatnék egy kéket, meg egy zöldet, és talán egy pirosat is. Sose lehet tudni. Ez a baj ezekkel a különböző színűekkel, nem igaz? Igen, mások is mondják, hogy hátrányos lehet, mert nem mindig könnyű olyan színben kapni, ami erre éppen szükség volna. Emmer Szetöszvét már egy ideje hátrafordított fejjel, kíváncsian figyelte a közjátékot. Emmeres Gilly 5, így szólította az asszonyt a boltos nő. Hát persze. Ő lehet tétován felállt, és lépett néhányat az üzlet felé. Bocsánatot kérek, mondta, Ön nem ön véletlenül emmeres Gili öt dóvötön Kingsbourneból. De igen, Beri Gili öt vagyok. Csak nem úgy értem. Homlok ráncolva nézett rá. Vonzó nő, állapította meg magában emerszet összvét. Talán egy kis sérideg arcú, de értelmes. Ez tehát Simon Gili öt második felesége. Lili szépsége nincs meg benne, de azért vonzó, kellemes és hatékony. M.R.S. Gilly öt hirtelen elmosolyodott. Azt hiszem ó, hát persze. Tom, az apósom mutatott magáról egy fényképet. Tehát maga az a vendég, akit délutánra várunk. Emerset töszvét, ugye bár? Bizony felelte Emerset töszvét. Az vagyok. Bocsánatot kell kérnem, amiért ennyire késve érkezem. Bal szerencsémre lerobbant a kocsim. Éppen most szerelik a műhelyben. Jaj de szörnyű. Nagyon sajnálom. De még nincs itt a tea idő, fölösleges aggódnia. Különben is kitoltuk egy kicsit. Mint bizonyára hallotta, lerohantam, hogy vegyek pár csészét azok helyett, amelyeket reggel véletlenül levertek az asztalról. Ha az ember vendéget hív ebédre, teára vagy vacsorára, mindig valami ilyesmi történik készen is vagyunk, emmeres Gilly öt mondta a boltos nő. Becsomagolom őket. Beletegyem egy dobozba. Nem, csak csavarja bele őket valami papírosba, és tegye a szatromba, az bőven elég lesz. Ha kings Kingsbourneba megy vissza, mondta Emmer Szetöszvét, szívesen elviszem a kocsimmal. Most már bármelyik percben ide a szervizből. Igazán kedves. Bár csak elfogadhatnám de muszáj visszavinnem a motorbiciklit. A fiúknak nagyon hiányozna. Készülnek valahová ma este. Hadd mutassam be, mondta Emmer Szetöszvét. Emmer Quinn felé fordult, aki már korábban felkelt, és most a közelükben állt. Régi barátom, Emmer Harley Quinn, akivel épp az imént futottam össze. Próbáltam rávenni, hogy tartson velem Dóvötön Kingsbourne-ba. Mit gondol, el tudna szállásolni Tom még egy vendéget ma éjszakára? Ő, biztos vagyok benne, mondta Berölgyi lévőt. Szerintem örülne a maga barátjának. Talán neki is barátja. Nem mondta Emmer Quinn. Nem ismerem Emmer Eddison-t, ha bár barátomtól, Emmer sattertva már sokat hallottam felőle. Nos, akkor jöjjön el Emmer sattertva Nagyon fogunk örülni. Végtelenül sajnálom, mondta Emmer Quinn, de más út van dolgom. Sőt, a karórájára nézett ideje is indulnom. El fogok késni, de hát így jár az ember, ha régi barátokba botlik. Parancsoljon, Emmeres öt, mondta az eladónő. Azt hiszem, nem fog bajuk esni a szatyorban. Gilly öt vigyázva beletette a csomagot a szatrába, majd így szólt Emmer sattertvai tehhez. Akkor hamarosan találkozunk. Negyed-hat körül fogunk csak teázni, úgyhogy ne aggódjon. Annyira örülök, hogy végre megismertem, hiszen olyan sokat hallottam már magáról Simontól, meg az apósomtól. Gyorsan elköszönt Emmer Kúintől, és kiment az üzletből. Úgy látszik, sietős a dolga, mondta az üzletvezetőnő, de persze ő mindig ilyen. Sok mindent végezhet egy nap alatt kintről behallatszott a motorberregés. Érdekes figura, nem de. Mondta Emmer Szetözvét. Úgy tűnik, igen felelte Emmervin. Tényleg nem tudom meggyőzni. Én épp csak erre jártam, s már megyek is, mondta Emmervin. És mikor láthatom újra? Vajon mikor? Ó, oh, nem telik bele sok idő, mondta Emmervin. Rám fog ismerni legközelebb is nincs más-más mondani valója a számomra. Nem akar megmagyarázni valamit. Mi csodát? Hogy miért éppen itt találkoztunk? Maga nagy tudású ember, mondta Emmervin. Magának egyetlen szó is sokat jelenthet. És talán hasznára is válik majd. Miféle szó? Daltonizmus felelte Emmervin. És elmosolyodott. Nem hiszem, hogy Emmer Szetöszvét összeráncolta a homlokát. Igen. Igen, ismerem a szót, csak hirtelennyében nem jut eszembe. A közeli viszontlátásra mondta Gvin. Előállt a kocsia. És valóban, éppen akkor gördült oda a kocsi a postahivatal bejáratához. Emmer Szetöszvét kiment. Nem akarta tovább vesztegetni az időtes várakoztatni vendéglátóit. De azért szomorú szívvel vett búcsút barátjától. Nincs semmi, amiben szolgálatára lehetnék. Kérdezte szinte sóvárgón. Nekem semmiben. Talán valaki másnak. Azt hiszem, igen. Nagyon is valószínű. Remélem, értem, mire céloz. Teljességgel megbízom magában, mondta Emmergvin. Maga mindig tisztában van a dolgokkal jó megfigyelő, ismeri a dolgok jelentését. Semmit sem változott, nekem elhiheti. Keze egy pillanatig emerszett összvét vállán nyugodott, azután fürge léptekkel elindult a falusi utcán, Dóvötön Kingsbournen al ellentétes irányban. Emmer Töszvét beszállt az autóba. Remélem, több problémánk már nem lesz, mondta. A sofőr megnyugtatta. Mindjárt ott vagyunk, uram. Három-négy mérföld mindössze, és igen szépen gurul. Hajtott egy darabon, majd az utca egy szélesebb részéhez érve visszafordult arra, amerről jött. Megismételte. Három-négy mérföld, nem több. Daltonizmus mondta emerszető szvét. Még most se rém neki semmi, pedig tudta, hogy ismeri a szót, sőt, ő is használta már erős. Dovötön Kingsborough nem mondta nagyon halkan, csak úgy magában nem összvét. Ez a két szó most is azt jelentette neki, amit mindig. Az örömteli viszontlátás helye, ahová minél hamarabb oda akart érni. Egy hely, ahol jól fogja érezni magát, habár sokan nem lesznek már ott azok közül, akiket ismert. De Tom ott lesz. Az ő régi barátja, Tom és ismét a fűre gondolt, meg a tóra, a folyóra, s hogy mi mindent csináltak ők együtt gyermekkorukban. A pázsiton terítettek teához. Lépcső vezetett le a szalon francia ablakától egy nagy bükkfához és egy libanoni cédrushoz, ezek foglalták keretbe a délutáni jelenetet. Két festett és faragott fehér asztal meg különféle kerti székek álltak ott. Egyenes támlájúak színes párnákkal, meg nyugszékek, amelyekben hátra lehetett dőlni, és szundítani egyet, ha az embernek ahhoz támad kedve. Egyik másiknak ernyője is volt, hogy elárnyékolja a napfényét. Szép kora este volt, a fű puha mézöld. Aranyló napfény szűrődött át a büklombján, s a cédrus szemgyönyörködtető vonalai kirajzolódtak a puha, rózsaszín aranyégen. Tom Edöszön egy hosszú kosárszékben várta vendégét, felpolcolt lábbal, ami nem szetöszvét elmosolyodott, mert eszébe jutottak mind a korábbi találkozások, barátjának kényelmes papucsai jól illettek közvénytől enyhén feldagadt lábára, csak hogy nem passzoltak egymáshoz. Az egyik piros volt, a másik zöld. A jó öreg Tom, gondolta Emmer Szetöszvét, semmit sem változott. Ugyanolyan, mint régen. És hirtelen eszébe jutott, hogy én milyen ostoba vagyok. Hát persze, hogy tudom, mit jelent az a szó. Miért nem jöttem rá hamarabb? Már azt hittem, soha sem érsz ide, vén kuon mondta Tom edöszön. Még mindig jóvágású öregember volt, széles arcában huncutul csillogott mélyen ülő szürke szeme, szögletes válla erőt sejtetett. Arcának minden egyes árka jókedvet és nyájas vendégszeretetet sugárzott sohasem változik, gondolta Emmer Szetöszvét. Nem tudok felállni, hogy köszöntselek, mondta Tom Ahhoz két erős emberre meg egy botra lenne szükség. Ismered a mi kis társaságunkat, ugye? Simont nyilván ismered. Hát persze. Jó sok éve nem találkoztunk, de maga alig változott. Simon Gilli öt repülő század parancsnok karcsú, csinos férfi volt, bozontos vörös hajú. Sajnálom, hogy sosem látogatott meg bennünket kenyában, mondta. Élvezte volna. Sok mindent mutathattunk volna magának. Hát, az ember sosem tudhatja, mit hoz a jövő. Azt hittem, abban az országban fognak eltemetni. Nekünk is van itt egy szép templomkertünk, mondta Tom Edőszön. Még senki se próbálta felújítással tönkretenni a templomot, új épületek sem igen vannak körülötte, úgyhogy a templomkertben még bőven akad hely. Hála istennek nem telepítettek mellé a új módi temetőt. Milyen komor dolgokról beszélgetnek, mondta mosolyogva Gili öt. Íme a fiaink tette hozzá, de hiszen már ismeri őket, nem igaz, Merszető Alig hiszem, hogy rájuk ismertem volna, mondta Merszető Valóban, akkor látta utoljára a fiúkat, amikor egyszer kikérte őket az elemi iskolából. Noha nem volt köztük vérségi kapcsolat apjuk is, anyjuk is más volt, testvéreknek lehetett nézni őket, ami gyakran elő is fordult. Nagyjából egyforma magasak, mindkettő vörös hajú. Roland feltehetőleg az apjától örökölte, Timöszi pedig gesztenye vörös anyjától. Úgy látszott, jó barátságban vannak. És mégis, gondolta Emmer Szetöszvét, egészen mások. Ez most még jobban meglátszott, hogy 22-25 évesek lettek. Roland semmiben sem hasonlított a nagyapjára. És vörös hajától eltekintve az apjára sem. Emmer Szetöszvét néha eltűnődött, vajon a fiú halott anyjára, Líre fog-e emlékeztetni? de ezen a téren is kevés hasonlóságot tapasztalt. Ami azt illeti, sokkal inkább Timöszi festett úgy, mint a Kilili fia lehetne. A fehér bőr, a magas homlok, a finom csontozat. Halk, mély hang szólalt meg mellette. Én ez vagyok. Gondolom, nem emlékszik rám. Olyan régen láttam utoljára. Szép lány, gondolta rögtön Emmer Szetöszvét a sötét hajófajta. Visszagondolt arra a régi időre, amikor idejött, hogy vőfé legyen Tom és Pilar esküvőjén. Én ezen kiütközik a spanyol vér, gondolta, a fej tartásán, fekete, arisztokratikus szépségén. Mögötte állt az apja, D.R. Horton. Sokat öregedett, mióta Emmer Szetöszvét utoljára látta. Kedves, jóságos ember! Igen jó körorvos, nem becsvágyó, de megbízható, és imádja a lányát, gondolta Emmer Szetöszvét. És láthatóan roppant mód büszke rá. Emmer Szetöszvét érezte, hogy elönti a boldogság. Ez a sok ember, gondolta, noha egyik másik idegen a számára, mintha mind réges régi barátja volna. A szép, fekete lány, a kétvörös vörös hajó fiú, Berölgili öt, aki éppen a teástálcával van elfoglalva, rendezgeti a csészéket és csésze csészealjakat, int egy cselédlánynak, hogy hozza ki a süteményeket meg a szendvicses tányírokat. Fenséges uzsonna. Székeket raktak az asztal köré, hogy mindenki kényelmesen ehessen, amennyit csak akar. A fiúk letelepettek, és maguk közé ültették ember sattertvai Ennek megörült. Eleve úgy tervezte, hogy előbb a két fiúval elegyedik szóba, hadd lássa, mennyire emlékeztetnek Tom Eddisonra a régi időkből. Arra gondolt, Lili. Bár csak Lili is itt lehetne. Mert ő maga mintha gyerekkorába tért volna vissza. Ide, ahol olyan szívesen fogadta annak idején Tom apja és anyja, egy-két nagynéni, egy déd nagybácsi meg több testvér. Most, most már kisebb a család, nem olyan népes, de igazi család. Tom a papucsában, egyik piros, másik zöld, megöregedett, de változatlanul derűs és boldog. Örül mindazoknak, akik körülveszik. És Dóvötön is olyan, vagy majd nem olyan, mint régen. Talán nem tartják karban akkora gonddal, de a pázsitja ápolt. És odalenn látni lehet a fák közt csillogó folyót, meg a fákat több a fa, mint az előtt. A házra ráférne egy festés, de amúgy nem vészes. Végül is Tom Edöszön gazdag ember. Nem szűkölködik, sok földje van. Az ízlése egyszerű, van annyia, hogy rendben tartsa az otthonát, de nem szórja a pénzt. Manapság már ritkán utazik, külföldre alig megy, de vendégeket továbbra is fogad. Nem nagy társaságot, csak a barátait. Barátokat, akik megszállnak nála, barátokat, akikhez múltbeli kötelékek fűzik. Barátságos, vendégszerető ház. Elfordult kicsit a székén, hátratolta az asztaltól, s elfordította, hogy jobb kilátása legyen a folyóra. Vízimalom is van odalen, az csak természetes, a túlparton pedig a szántók kezdődnek. Az egyik tábla közepén, észlelte mosolyogva, valami madár áll, sötét figura, melynek szalmatömésére madarak telepedtek. Egy pillanatra felrém benne, hogy hasonlít ember Harley Lehet, gondolta magában, hogy tényleg az én barátom, Emmer Quinn az. Képtelen ötlet, és mégis, ha valaki egy kicsit jobban megmagasítja azt a madáriesztőt, hogy Emmer Kuinre hasonlítson, az könnyen mutathatott volna olyan karcsú eleganciát, ami egyetlen madáriesztőre se jellemző. A madári esztőnket nézi. Kérdezte Timöszi. Már nevet is adtunk neki. Úgy hívjuk, hogy ember Harley Barley. Csak nem. Mondta Emmer Szetőszvét. Na hát, ez igazán érdekes. Miért? Kérdezte kissé csodálkozva róli. Nos, mert hasonlít egy kicsit egy ismerősönre, akinek történetesen szintén Harley a neve. Mármint a kereszt neve. A fiúk énekelni kezdték. Harley Barley áll a vártán Harley Barley jól vigyáz ám őriz bogját, őrzi a rétet előzi mind a rossz vendéget. Óborkás szendvicset, emmerszet összvét. Kérdezte belölgi lévőt. Vagy inkább pástétomosat parancsol. Emmer szetöszvét pástétomosat kért. Az asszony oda tette egy bolha színcsé szemellé, amilyet ő a boltban megcsodált. Milyen vidám látvány ez a teás készlet az asztalon. Sárga, piros, kék, zöld, meg az összes többi. Vajon mindenkinek megvan a kedvenc színe? Timotilnak, látta, piros csészéje van, Rolandnak sárga. Timothy csészéjé mellett volt valami, amit Emmer Szetöszvét először nem tudott azonosítani. Aztán rájött, hogy egy tajtékpipa az. Emmer Szetöszvét már évek óta nem gondolt tajtékpipákra, nem is látott egyet sem. Roland észrevette, hogy a pipát nézi. Tim hozta Németországból. A végén még rákot kap, annyit pipázik. Maga nem dohányzik, Roland. Nem, én nem az a fajta vagyok nem is cigarettázom, és füvet se szívok. Én ez lépett oda az asztalhoz, és leült melléjük. A két fiatalember rögtön kínálgatni kezdte a legjobb falatokkal. Nevedgélve beszélgettek. Emmer Szetöszvét kitűnően érezte magát ezek között az ifjú emberek között. Nem mintha sok figyelmet szenteltek volna rá azon kívül, amit természetes udvariasságuk diktált. De szerette hallgatni őket és szeretett véleményt alkotni róluk. Majd nem biztosra vette, hogy mindkét fiatal ember szerelmes be. Ez persze nem meglepő. A meghitt közelség előhozza az ilyesmit. Oké, okay, ide költöztek a nagyapjukhoz, a szép leány, Roland unoka húga pedig szinte a szomszédban lakik. Emmer Szetöszvét elfordította a fejét. Áfák között meg is pillantotta a házukat, amint kidugta a fejét az út mentén, a kapun túl. D.R. Horton már akkor is abban a házban élt, amikor ő utoljára hét vagy nyolc éveit járt. Én ezre nézett. Vajon melyik fiatalember tetszik neki jobban, vagy netán már van más választodja? Semmi oka, hogy bele ne szeressen valamelyikbe a férfi neme két vonzó, ifjú példánya közül. Miután eleget evett, ami nem volt valami sok, Emmer Szetöszvét hátratolta kicsit a székét, és úgy fordította, hogy az egész társaságra ráláthasson. Emmeres Gilly öt egyfolytában tetvett. Talán egy kicsit túl is játsza a házi asszony szerepét. Folyton süteményt kínálgatott, csészéket vett el és töltötte le, körbeadogatott ezt-azt. azt Kellemesebb lenne, gondolta Emmer Szetöszvét, és közvetlenebb is, ha hagyná, hadd szolgálja ki mindenki önmagát. Ha nem nyűzsögne ennyit. Emmer Szetöszvét arra felé nézett, ahol Tom Edösön feküdt nyugszékén. Tom Edösön is tett figyelte. Emmer Szetöszvét arra gondolt magában, nem szereti. Nem, Tom nem szereti. Persze, ez várható volt. Elvégre belől a lánya helyét, Simon Gilly öt első feleségének, Línek a helyét foglalta el. Az én szép lee a helyét. Azon tűnődött, hogy noha nem lát itt senki hozzá hasonlót, vajon miért érzi úgy mégis, mintha Lili valami furcsa módon jelen volna. Most, itt ezen a délutáni teán. Az ember hajlamos a képzelődésre, ha egyszer megöregszik gondolta magában Emmer összvét. Végül is miért ne lehetne itt Lili, hogy lássa a fiát? Szerető pillantást vetett Timotira, majd hirtelen rádöbbent, hogy nem Lili fiát nézi. Roland Lili fia. Timothy Berili. Azt hiszem, Lili tudja, hogy itt vagyok. Azt hiszem, mondani akar nekem valamit gondolta magában Emmer Szetöszvét. Jóságos ég, micsoda ostoba ötlet. Valami okból ismét a madárjesztő felé nézett. Most egyáltalán nem úgy festett, mint egy madárjesztő. Olyan volt, mint Emmer Harley Quinn. Valami fényjáték, talán a nap lementé, kiszínezte, és körülötte Egv Hermészre emlékeztető fekete kutya hajkurázta a madarakat. Színek mondta Emmer Szetöszvét, és ismét az asztalra, a teás készletre és a teázó vendégekre nézett. Miért vagyok én itt? Gondoltam magában. Miért vagyok itt, és mit kellene csinálnom? Kell, hogy legyen valami oka. Most már tudta, érezte, hogy van valami, valami krízis, ami minden jelenlevőt érint, vagy csak néhányukat. Belől gili 5, emberes gili 5. Valamiért ideges. Feszült. Tom. Tommal nincs semmi baj. Tomot nem érinti a jelenség. Szerencsés ember, hogy itt van neki mindez a szépség, Dóvötön és az unokája, hogy majd, ha meghal, minden Rolandra szálljon. Mindez Rolandi lesz. Vajon abban reménykedik Tom, hogy Roland feleségül veszi ezt? Vagy tart az első unokatestvérek házasságától? de hisz a történelem során, gondolta Emmer Szetöszvét, fivérek is feleségül vettek nővéreket, és nem lett belőle semmi baj. Semminek sem szabad történnie, gondolta Emmer Szetöszvét. Semminek sem szabad történnie. Meg kell akadályoznom. De hisz ezek egy őrült gondolatai. Micsoda békés jelenet. Egy teás készlet. A harlekincsészék különböző színei. Ránézett a fehér tajték pára, amely a piros csésze mellett hevert. Belő Gilly öt mondott valamit Timotynak. Timoszi bólintott, felállt, és elindult a ház felé. Belő leszedett néhány üres tányért az asztalról, megigazított egy-két széket, súgott valamit Rolandnak, aki erre odömönt D.R. Hortonhoz, és megkínálta egy szelet tortával. Emmer szetöszvét az asszonyt figyelte nem tudta levenni róla a szemét. Nézte, ahogy a ruha ujja végig söpör az asztalon. Látta, amint egy piros csésze Egy szék vaslábára esett, és összetört. Hallotta az asszony kis sikkantását, ahogy lehajolt, hogy felszedje a cserepeket. Aztán ódömönt a teástálcához, majd visszajött az asztalhoz egy halvány kék csészével és csészeajjal letette a tajtékpipa mellé. Hozta a teás kannát, teletöltötte a csészét, majd továbbment. Az asztalnál most nem volt senki. Én ez is felállt, és odébb ment. A nagyapjával beszélgetett. Nem értem, mondta magában Emmer szvét. Valami történni fog. De micsoda? Egy asztal, rajta körben különböző színű csészék és igen, Timöszi, a napfényben lángoló vörös hajával. Lángoló vörös haj, ugyanaz az árnyalat, ugyanaz a szemre való ferde hullám, amely Simon Gilly öt hajában is mindig megvolt. Timöszi, amint jön vissza, megáll egy pillanatra, tanácstalanul nézi az asztalt, aztán oda megy, ahol a pipa fekszik, közvetlenül a halvány kék csésze mellett. Ekkor visszatért énez. Hirtelen elnevette magát, és így szólt. Timöszi, eltévesztetted a csészéd. A kék az enyém. A piros a tiéd. Mire Timöszi, ne csacsiskodj, én ez, csak megismerem a saját csészémet. Cukrozva van benne a tea, amit te nem szeretsz. Csacsiság. Ez az én csészém. Itt van mellette a pipám. És ekkor emmer szetöszvét rádöbbent. Szinte ostor vágott végig rajta. Megőrült volna. Képzelődik. Valóság, amit lát. Felállt. Sietve az asztal felé indult, s amint Timöszi a szájához emelte a kék csészét, rákiáltott. Ne igyon belőle. Azt mondtam, ne igyon belőle. Timöszi meglepett arccal fordult feléje. Emmer szetöszvét elfordította a fejét. D.R. Horton meghökkenve kelt fel a székéről, és oldönönt hozzájuk. Mi a baj, szetőszvét? Az a csésze. Valami nem stimmel vele válaszolta Mr. szetőszvét. Ne engedje, hogy a fiú igyon belőle. Horton a csészét bámulta. Na de kedves öregem. Tudom, mit beszélek. A piros csésze volt az övé mondta Mr. szetőszvét, és a piros összetört. Egy kéket tettek a helyére. Nem tudja megkülönböztetni a pirosat a kéktől, igazam van. D.R. Horton meglepődött. Úgy érti, úgy érti, mint Tom. Mint Tom Edöszön. Aki színvak. Maga is tudja, nem de. Hát persze. Mindannyian tudjuk. Ma is ezért van rajta felemás papucs. Sose tudta megkülönböztetni a pirosat a zöldtől. Ez a fiú ugyanígy van vele. De az lehetetlen. Különben is, soha semmi jelét nem tapasztaltuk ennek. Rolandnál. De azért lehetséges, nem. Mondta Emerset összvét. Igazam van, amikor daltonizmusra gyanakszom. Így hívják, ugye? Igen, régebben így hívták. Nő nem örökli, de nőkön keresztül öröklődik. Lili nem volt színvak, de Lili nagyon is könnyen az lehet. De kedves Szetöszvét, Timöszi nem Lili fia. Róli a Lili Tudom, hogy hasonlítanak egymásra. Ugyanolyan korúak, ugyanolyan színű a hajuk és így tovább, de lehet, hogy maga már nem is emlékszik. Nem válaszolta Emmer Szetöszvét. Nem emlékeztem volna. De most már tudom. És látom a hasonlóságot is. Roland beről fia. Mindketten csecsemők voltak, amikor Simon újra házasodott, nem igaz? Egy nő számára nincs ebben semmi nehézség, ha két csecsemőt nevel egyszerre, és mind a kettő vörös hajó lesz. Timothy a fia, Roland pedig Berilé. Berilé és Cmstop heredené. Semmi oka, hogy ő színvak legyen. Tudom, higgye el. Tudom. Látta, hogy D.R. Horton szeme egyikről a másikra vándorol. Timothy nem hallotta, miről beszélnek, csak állt ott tétován, kezében a kék csészével. Láttam, amikor a nő megvásárolta, mondta Emmer összvét. Hallgasson rám. Meg kell hallgatnia. Évek óta ismer. Tudja, hogy nem követek el hibát, ha valamit határozottan állítok. Ez igaz még sohasem kaptam tévedésen magát. Vegye el tőle azt a csészét, mondta Emmer Szetöszvét. Vigye át a rendelőjébe, vagy adja oda egy vegyésznek, és elemezzék ki, mi van benne. Láttam, amikor az a nő megvette azt a csészét. A falusi boltban. Már akkor tudta, hogy össze fogja törni a pirosat, kékkel helyettesíti, és Timöszi nem fogja észrevenni a színcserét. Szerintem maga őrült, szetöszvét. De megteszem, amire kér. Olden az asztalhoz, és a csészéért nyúlt. Megengeded, hogy megnézzem. Kérdezte. Persze, mondta Timöszi. Csodálkozó képet vágott. Azt hiszem, van itt egy kis csorba a porcelánon. Igazán érdekes. Berről közeledett a pázsiton. Fürge léptekkel, határozottan. Mi az? Mi a baj? Mi történt? Nincs semmi baj, mondta vidáman D.R. Horton. Csak mutatni akarok a fiúknak egy kis kísérletet egy csészeteával. Árgus szemekkel nézte a nőt, és látta az arcán a rémületet, a kétségbeesést. Emmer Szetöszvét is tanulja volt e színeváltozásnak. Maga is jön, Szetöszvét. Csak egy apró kísérlet hogy hogyan tesztelik manapság a porcelánt és a benne levő minőségi eltéréseket. Nemrég igen érdekes felfedezést tettek. Így fecsegve lépkedett a pázsiton, nyomában ember sattert vajített el, mögötte pedig a két fiatalember, egymással beszélgetve. Szerinted miben sántikál a doki, Róli? Kérdezte Timöszi. Fogalmam sincs felelte Roland. A fejébe vett valami marhaságot. Se baj, előbb-utóbb kiderül. Menjünk a motorokért. Beröl Gilly öt hirtelen sarkon fordult. Gyors léptekkel elindult a pázsíton át a ház felé. Tom Edison utána szólt. Valami baj van, Beröl. Csak elfelejtettem valamit felelte Beröl Gilly Tom Edison kérdő pillantást vetett Simon Gilliatre. Valami bajabb van a feleségednek. Berélnek. Ugyan de hogy, én legalábbis nem tudok róla. Biztosan megfeledkezett valami apróságról. Segítsek, belől. Kiáltott a nő után. Nem kell. Mindjárt visszajövök. Belől félig visszafordította a fejét, és odanézett a nyugszékében heverő öregemberre. Indulatosan ráförmett, vén hülye. Már megint összekeverte a papucsait. Nem illenek egymáshoz. Tudja, hogy az egyik lábán piros van, a másikon megzöld. Ajaj, megint. Mondta Tom Tudod, nekem mindegyik ugyanolyan színű. Fura, de ez a helyzet. Berről elsietett. Emmer szetöszvét és D.R. Horton az útra nyíló kapuhoz ért. Hallották, amint elszáguld arra egy motorkerékpár. Meglógott, mondta D.R. Horton. Elmenekült. Gondolom, meg kellett volna akadályoznunk. Maga szerint visszajön. Nem felelte M.R. Settösvét. Nem hinném, hogy visszajön. Talán folytatta Gonterhelten jobb is, ha ennyiben hagyjuk. Hogy érti? Régi ház ez, mondta M.R. Settösvét. Régi család. Jó család. Sok jó ember. Nem akarhatjuk, hogy botrány szennyezze be. Hadd menjen. Tom Edison soha sem szerette azt az asszonyt, mondta D.R. Horton. Soha. Mindig udvarias és kedves volt vele, de nem szerette. És ugye a fiúra is gondolnunk kell, mondta M.R. Összvét. A fiúra. Mármint. A másikra. Royandra. Nem kell megtudnia, mire készült az anyja. De hát miért csinálta? Mi az ördögért csinálta? Szóval már nem kételkedik a szándékában, mondta Emmer Szetöszvét. Nem, egy cseppet sem. Láttam az arcát, Szetöszvét, amikor rám nézett. És akkor már tudtam, hogy igaza van. De miért? Kapzsiság, gondolom, mondta Emmer Szetöszvét. Neki valószínűleg sosem volt pénze. A férje, Stopher edén minden beszámoló szerint rendes ember volt, de nem tehetős. Tom Edison unokájára viszont nagy vagyon várt. Sok-sok pénz. Erre felé nagyon felment az ingatlan értéke. Biztosra veszem, hogy Tom Edison a vagyona nagy részét az unokájára hagyja majd. Az asszony pedig a saját fiának akarta ezt, és rajta keresztül önmagának is persze. Kapzsinő. Emmer Szetöszvét hirtelen hátra nézett. Valami ég amot mondta. Te jó ég, tényleg. A, csak a madár az, kinn a szántón. Valamelyik fiatal felgyújthatta. Aggodalomra semmi oké. Nincs bogja vagy ilyesmi a közelben. Kialszik magától. Igen mondta Emmer Szetöszvét. Nos, menjen csak, doktor úr rám nem lesz szüksége a vegyelemzéshez. Nincs kétségem felőle, mit fogok találni benne. Nem a vegyület pontos összetételére gondolok, de most már magával együtt én is hiszem, hogy ebben a kék csészében a halál lakozik. Emmer szetöszvét visszafordult a kaputól. Arra felé indult, amerre a madár ijesztő égett. Mögötte éppen nyugodott le a nap. Megragadó látvány volt. Színei az egész légkört átvilágították, és rávetültek az égő madárjesztőre is. Szóval így akar távozni, mondta Emmer Szetöszvét. Hirtelen meghökkent, mert a lángok mellett egy magas, karcsú nő alakot pillantott meg. Halvány gyöngyház színű ruhát viselt. Egyenesen Emmer Szetöszvét felé lépkedett. Emmer Szetöszvét földbe gyökerezett lábbal nézte. Lili mondta. Lili. Most már világosan látta. Lili közeledett feléje. Ahhoz messze volt, hogy az arcát kivehesse, de így is pontosan tudta, ki az. Egy pillanatig eltűnődött, vajon más is látja-e, vagy csak ő részesül ebben a látványban. Azt mondta, suttogva. Nincs semmi baj, Lili, a fiat biztonságban van. Ekkor megállt az alak. Egyik kezét ajkához emelte. Emmer Szetöszvét nem látta elmosolyodni, de tudta, hogy mosolyog. A nő alakcsókot lehelt a kezére, feléje fújta, és sarkon fordult. Elindult visszafelé, arra, ahol éppen kihamvatta a madári esztő. Megint elmegy, mondta magában Emmer Szetöszvét. Elmegy, vele együtt. Együtt mennek. Elvégre ugyanannak a világnak alakói csak akkor jönnek el az ilyenfajta emberek ha szeretetről vagy haláról van szó, vagy kettőről. Lee bizonyosan nem látja többé, de vajon mikor találkozik legközelebb Emmer Megfordult, és visszament a pázsíton a teázóasztalhoz, meg a harlekin teás készlethez, meg öreg barátjához, Tom Edisonhoz. Belől nem fog visszajönni. Ebben biztos volt. Dovetön Kingsborough ne ismét biztonságban van. Egy kis fekete kutya iramodott feléje a pázsiton. Pázs Léhegve, farkát csóválva állt meg Emmer Szetöszvét előtt. Egy papíros volt anyja körvébe tűzve. Emmer Szetöszvét lehajolt, kivette, kisimigatta. Színes betűkkel ez állt rajta. Gratulálok. A legközelebbi viszontlátásig. Háku. Köszönöm, Hermész mondta Emmer szetöszvét, és nézte, amint a fekete kutya átlohol a réten a két alak felé, akik, tudta jól, ott vannak, noha látni már nem látta őket. Rejtej a regattan. 1. Emmer Isaac points kivette szájából a szivart, és jóváhagyólag megjegyezte, egész jó kis hely. Miután ekképpen áldását adta a dartmoluti kikötőre, visszadugta a szivart a szájába, és úgy nézett körül, hogy lerít róla, mennyire elégedett önmagával, külsejével, környezetével és általában véve az élettel. Ami ezek közül az elsőt illeti, Emmer Isaac Poinc 58 éves volt, és kitűnő egészségnek örvendett, habár talán kissé hajlamos volt a májbajra. Nem volt éppen kövér, inkább csak köpcös, de a töltözék, amelyet viselt, általában nem áll jól középkorú, pocakosodó férfiaknak. Mindazonáltal Emmer Poinc igen elegáns volt, minden ránc és gomba helyén volt rajta, sötétbőrű, kissé keleties arca jaktszaka ellenzője alól mosolygott a világra. Ami pedig a környezetét illeti, ezt talán a társaságára vonatkoztathatjuk üzlettársára, Emmer Leó Steinre, Sir Georgie és Lady Merovére, amerikai üzlet felére, Emmer Samuel -e a törre és ennek iskolás korulányára, lányára, Evere, továbbá Emmeres Rustingtonra és Evan Leveire. A kis társaság épp az imént szállt ki Emmer Point a Merri Dél előtt végignézték a regattát, s most a búcsút akarták kiélvezni a célba a kövér hölgyeket, az emberi pókot, a körhintát ha kétséges, hogy mindez leginkább év Leatrn töltötte el gyönyörűséggel. Amikor Emmer Poinc végül felvetette, hogy ideje volna átvonulniuk a györgy királyba megebédelni, egyedül év tiltakozott. Jaj, Emmer Poinc, annyira szerettem volna jósoltatni magamnak az igazi cigányasszonynal. Emmer Poinc ugyan kételjeket táplált az igazi cigányasszony valódisága felől, de jó lelkűen beleegyezett a dologba. Ív a mutatványosokért mondta mentegetőzve az apja. Ne is törődjenek vele, ha menni akarnak. Van még időnk mondta elnézően Emmer Poinc. Hadd mulasson a kis hölgy. Én meg kihívlak egy darcmecsre, Leo. 25 és följebb nyereményt ér kántálta éles orhangján a darctáblák ura. Egy ötösbe, hogy én dobok többet, mondta Poinc. Állom vágta Rástein. A két férfi szível lélekkel belevetette magát a küzdelembe. Nem év az egyetlen gyerek a társaságban mormolta a Lady Merové Evön leveinnek. Luelin egyetértően, de kissé szórakozottan mosolygott. Egész nap szórakozott volt. Egyszer-kétszer előfordult, hogy nem is a kérdésre válaszolt. Pamela Merové elhúzódott tőle, és így szólt a férjéhez. Ezt a fiatal nyugtalanítja valami. Vagy talán valaki súgta vissza sírge És gyors pillantást vetett Jenny Trustingtonra. Lady Merové összeráncolta a szemöldökét. Magas, igen elegáns nő volt. Skarlát -piros körmei jól illettek sötét piros korál fülbevalójához szeme fekete volt és éber. Sir George a derűs angol úr, légkörét árasztotta, de csillogó kék szeme épp olyan éber volt, mint a feleségé. Isaac Poinc és Leo hetön Gardeni gyémánt kereskedők voltak. Sir George és Lady Merové egészen más világban forgott Antib és Juan Lépinz, golfestéje Andalusben, telente fürdőzés a Madeira szikláknál. Látszatra olyanok voltak, Akár a liliomok, nem fáradoztak, nem fontak. De talán ez sem egészen igaz. Különféle módjai vannak a fáradozásnak és a fonásnak. Megjött a csitri, mondta Evan nem emmeres rustingtonnak. Fekete hajó fiatalember volt, éhes farkas küllemű, amit némely nők vonzónak találnak. Nehéz volna megmondani, vajon emberes rustington annak találta e eléggé zárkózott teremtés volt. Fiatalon ment férjehez és a házasság alig egy év múlva keserves véget ért. Azóta nem igen lehetett tudni, mit gondol bárkiről vagy bármiről Jenny Trustington mindig ugyanúgy viselkedett, elbűvölő volt, de teljesen közönyös. Ív le a bugrálva közeledett, egyenes szálló szőke haja lobogott. 15 éves volt, esetlen kamasz, de csupa elevenség. Még 17 éves korom előtt férjehez fogok menni. Kiabálta izgatottan. Egy nagyon gazdag emberhez, és lesz hat gyerekünk, és a ked meg a csütörtök a szerencsenapom, és mindig zöldben vagy kékben kellene járnom, és a smaragda szerencsekövem. Gyere, cicám, mennünk kell, mondta az apja. Emmerle le a magas, szőke, gyomorbajosnak tűnő, gyászos képű ember volt. Emmer Poinc és MR Style népp akkor hagyta ott a célba dobálót. Emmer Poinc kuncogott, Emmer Style bús képet vágott. Szerencse dolga mondta. MR Poinc jókedvűen a zsebére csapott. Öt fontot bánja. Hozzáértés, öregem, hozzáértés. Apám első osztályú darcjátékos volt. No, emberek, mehetünk is. Jósoltatott magának, Év figyelmeztették, hogy óvakodjon a fekete embertől. Fekete nőtől javította ki Év. Kancsal, és csúnyán ki tolni velem, ha hagyom. És még 17 éves korom előtt férjhez fogok menni. Vidáman csacsogott, miközben a társaság a György király felé igyekezett. Az ebédet Emmer Poinc gondoskodásának hála jó előre megrendelték, s a hajlongó pincér már vezette is fel őket az első emeleti különterembe. Kerek azt állt ott megterítve. Az éves erkélyablak a kikötőtérre nézett, és nyitva volt. Felhallatszott a vásári lárma, a három körhint a három különféle muzsikájának fülsértő ricsaja. Jobb lesz bezárni, ha hallani akarjuk a hangunkat, mondta szárazon Emmer Poinc, és nyomban cselekedett is. Körülülték az asztalt, és Emmer Point szeretettel pillantott végig vendégein. Úgy érezte, kitett magáért, már pedig ő szeretett kitenni magáért. Sorra megállapodott rajtuk a tekintete. Lady Merové nagyszerű asszony, még ha nem is egészen az igazi, tisztában volt vele, hogy az, amit ő egész életében a Tremedel treme 12-nek nevezett, Hallani sem akarna Merova de persze a tremedel a treme magáról sem vett soha tudomást. Minden esetre Lady Merové fene csinos egy asszony, és Emmer Poinc azt sem bánta, hogy megkopasztotta őt a brésnél. Ugyanezt Sir george már rosszabbul tűrte. Alamuszi tekintetű fickó. Ez mindenkit meg akar kopasztani. De Isaac Poincot nem fogja. Arra neki lesz gondja. Az öreg leak egész rendes ember bőbeszédű ugyan, mint minden amerikai, imád vége érhetetlen történeteket előadni. Az a legidegesítőbb benne, hogy folyton információkat akar. Pontosan hány lakosa van Melyik évben épült a haditengerészeti főiskola? És így tovább. Két lábon járó bédekkernek nézte vendéglátóját. Ív kedves, Vidám Csitri cél vezette ugratta. A hangja egy kis séfül sértő, de amúgy eszes kölyök. Az ifjú elin hallgatag fickó. Mintha valami nyugtalanítaná. Biztosan le van égve. Ezek az írófélék mindig le vannak égve. Úgy néz ki, tetszik neki Jenny Trustington. Kellemes nő vonzó és okos is. És nem hozakodik elő folyton a művészetével borzasztó fenkölt dolgokat ír, de a beszédéről ezt észre se venné az ember. Na és a derék Leo. Öregszik, hízik. Sejtelmesem lévén, hogy üzlettársa épp abban a pillanatban ugyanezeket gondolja ő róla, Emmer Poinc kiigazította Emmer Leat tévedését a Sardinia Devoni és nem Cornvalli nevezetesség, majd élvezettel hozzálátott az ebédjéhez. Emmer Poinc mondta Év, amikor a pincérek forró makrilával teli tányérokat tettek eléjük, és távoztak a teremből. Parancsoljon, ifjú hölgy! Most is magánál van az a nagy gyémánt. Az, amit tegnap este mutatott, és amit mindig magával hord, azt mondta. Emmer Poinc kuncogott. Bizony. Az az én kabalám. Igen. Nálam van, hogy ne. Szerintem ez igen veszélyes. Valaki ellophatta volna a tömegben, ott a mutatványosoknál. Szó sincs róla, mondta Emmer Poinc. Vigyázok rá. De akkor is megtörténhetne álhatatoskodott tív. Angliában is vannak gengszterek, mint mi nálunk, nem igaz? A hajnal csillagot nem fogják megkaparintani, mondta Emmer Poinc. Először is egy speciális belső zsebben hordom. És különben is az öreg pompnak helyén van az esze. Senki sem fogja elcsaklizni tőle a hajnal csillagot. Ív felnevetett. Fogadjunk, hogy én el tudnám. Fogadjunk, hogy nem. Kacsintott rá Emmer Poinc. Pedig el tudnám. Ezen gondolkodtam tegnap éjjel az ágyban, miután maga körbeadta az asztalnál, hogy megnézhessük. És ki is találtam egy igen ravasz fogást, hogy hogyan lehetne elcsenni. És mi légyen az? Ív félrehajtotta a fejét, szőke haja izgatottan lobogott. Nem mondom meg most még nem. Mi befogadunk? Emmer Poincban felmerültek ifjúságának emlékei. Fél tucat pár kesztyűbe mondta. Kesztyű. Kiáltotta méltatlankodva Év. Ugyan kihord hord manapság kesztyűt. Hát akkor nejlon harisnyát hord de még mennyire. A legjobb páron éppen ma reggel futott le a szem. Rendben van. Fél tucat pár harisnya a legjobb minőségből. Húha. Kiáltott a boldogan ív. Na és maga mit kér? Hát, szükségem lenne egy új dohányzacskóra. Állom. Megegyeztünk. De sose fogja megkapni a dohányzacskóját. És most megmondom, mit kell tennie. Adja szépen körbe, mint tegnap este. Elhallgatott, mert bejött két pincér, hogy leszedje a tányérokat. Amikor a következő fogásnak nekiláttak, Emmer Poinci így szólt. Ne feledje, ifjú hölgy, ha valódi lopásról lenne szó, rendőrt kellene hívnom, és akkor megmotoznák. Semmi kifogásom ellene. De fölösleges a rendőrséget belevonni ebbe. Lady Merové vagy MRS Rustington tetőtől talpig átkutathat. Akkor ezt megbeszéltük, mondta MR Points. De mire készül? Csak nem valami osztályon felüli ékszertolvaj akar lenni. Miért ne ha kifizetődik? Ha a hajnal csillagot elcseni, az bizony kifizetődik. Még feldarabolva is többet érne 30 ezer fontnál. Jesszus! Mondta ámulva Év. Mennyi az dollárban? Lady Merové felkiáltott. És maga egy ilyen követ hord a zsebében. Kérdezte szemre hányóan. Harminc font. Feketére festett szempillái megrebbentek. Emeres Rustington halkan így szólt, az nagyon sok pénz. És persze a kő is igen vonzó. Gyönyörű. Csak egy szén darab mondta Evan Llewellyn. Én úgy tudom, gyémántrablásoknál a legnagyobb problémát az orgazda jelenti, mondta sírge Ővé Övé az oroszlán rész vagy nem? Gyerünk! Kiáltotta izgatottan ív. Rajta. Vegye elő azt a gyémántot, és mondja, amit tegnap este mondott. Emerle a tön szólalt meg mély, búskomor hangján, elnézést kérek a gyermekem miatt. Annyira bele tudja élni magát Hallgass, épülsz. Mondta év. Gyerünk, Emmer Poinc. Emmer Poinc. mosolyogva belenyúlt az egyik belső zsebébe. Elővet valamit. Ott szikrázott a tenyerén a fényben. Ez egy gyémánt. Emmer mesterkélt hangon előadta mindazt, amire előző esti beszédéből a merrimaid fedélzetén emlékezett. Kíváncsiak rá, hölgyeim és uraim! kivételesen szép kő. Én csak hajnal csillagnak nevezem, ez a kabalám mindenhová magammal viszem. Megnézik. Átadta Lady Merovének, aki elvette, felkiáltott gyönyörűségében, majd továbbadta Emmer Leatrannek, aki kényszeredetten így szólt, nem rossz, nem rossz, és továbbadta Leveinnek. Ebben a pillanatban beléptek a pincérek, ezért az eljárás megakadt. Amikor kimentek, Even így szólt, igen szép kő és továbbadta Leo Steinnek, aki nem fűzött hozzá megjegyzést, hanem rögtön továbbadta Evenek. Milyen szép! Kiáltotta affektálva ív. Jaj! Ilyetten felsikoltott, amint a kő kicsúszott a kezéből. Leejtettem. Hátratolta a székét, és négy kézláb kotorászott az asztal alatt. A jobbján ülő sír George is lehajolt. Az űrzavarban levertek egy poharat. Stein, Luelin és M.R.S. Rustington is segített a keresésben. Utolsóként Lady Merové is csatlakozott hozzájuk. Egyedül M.R. Poinc nem csinált semmit. Csak ült a székén, és gunyoros arccal kortyolta a borát. Jaj Istenem! Mondta Év ugyanazon az affektáló hangon. Ez rettenetes. Hová gurulhatott? Sehol se találom. A keresgélők egymás után felálltak. Hát ez tényleg eltűnt, Poinc mondta Sir George -a mosolyogva. Igazán ügyes mondta bólogatva Emmer Poinc. Magából jó színésznő lenne, Ív. Már csak az a kérdés, hogy eldugta valahová, vagy magánál van. Motozzanak meg. Felelte drámai hangon, Ív. MR Points a sarokban álló jókora paravánra pillantott. Bíccentett feléje, majd Lady merovére és mr Rustingtonra nézett. Ha volnának kedvesek a hölgyek. A legnagyobb örömmel mondta mosolyogva Lady Merovéi. A két nő felállt. Egyet se féljen, MR poinc mondta Lady Merovéi. Alaposan át fogjuk kutatni. Mindhárman bevonultak a paraván mögé. Füllet volt a szoba levegője. Evan Luelin kitárta az ablakot. Épp arra ment egy új szágárus. Evan ledobott neki egy pénzdarabot, az árus pedig felhajított egy új szágot. Luelin szétnyitotta. A magyarországi helyzet nem valami biztató. Ez a helyi lap. Kérdezte Sír George. Egy PC, amelyben érdekelve vagyok, ma futott haldomban szép fiú. Leo szólt Emmer Poinc. Zárd be az ajtót. Nehogy azok a nyavajás pincérek belépjenek, amíg ennek nincs vége. Szép fiú három az egyhez nyert, mondta Evan. Pocsék felelte sír George. A regatta híreivel van tele, mondta Evan, a lapot böngészve. A három fiatal nő előjött a paraván mögül. Nincs sehol jelentette Jenny Trustington. Nekem elhiheti, nincs nála, mondta Lady Merové. Emmer Poinc minden további nélkül el is hitte. A hölgy tónusa kétséget sem hagyott felől, hogy a motozás alapos volt. Figyelj már, Év, csak nem nyelted le. Kérdezte aggódva Emmer Leatrn. Mert az nem lenne valami egészséges dolog. Semmi ilyesmit nem láttam, mondta halkan Leo Stein. Pedig figyeltem az ifjú hölgyet semmit sem vett a szájába. Nem is tudnék lenyelni egy olyan nagy, sok követ, mondta év. Csípőre tett kézzel merett ember Poincra. Na, hogy állunk, uraságod? Kérdezte. Maradjon ott, ahol van, és ne mozduljon, mondta a szóban forgó úriember. A férfiak mindent leszettek az asztalról, és felfordították. MR point milliméterről milliméterre végig vizsgálta. Azután a széket vette sorra, amelyen korábban ívült, majd a két mellette levőt. A kutatás igazán aprólékos volt. Részt vett benne a többi négy férfi és a nők is. Ív le a törn mindeközben a falnál állt, a paraván közelében, és élvezettel kacagott. Öt perccel később Emmer Point nyögve felemelkedett a térdéről, és bánatosan leveregette a nadrágját. Most már valamivel kevésbé festett úgy, mintha skatójából húzták volna ki. Ív mondta. Le a kalappal. Maga a legtehetségesebb gyémántolvaj, akivel eddig találkoztam. Hogy mit csinált azzal a kővel, sejtelmem sincs. Mivel nincs magánál, Valahol a szobában kellene lennie. Feladom. Megkapom a harisnyákat. Kérdezte Év. Természetesen, ifjú hölgy. Év, gyermekem, hová az ördögbe dugtad? Kérdezte kíváncsian emmeres rustinton. Év tán léptek kell előre jött. Megmutatom. Aztán verhetik a fejüket a falba. Oldönönt a tálalóhoz, ahová az ebédlő asztalról rakták át a holmikat. Felvette kis fekete retiküljét. Itt volt az orruk előtt. Az orruk. Diadalmas hangja hirtelen elhalt. Jaj. Mondta. Jaj. Mi a baj, szívem? Kérdezte az apja. Eltűnt, eltűnt, suttogta Év. Mi ez az egész? Kérdezte Emmer Poinc előrelépve. Év dühösen feléje fordult. Elmondom. A táskám csatjának a közepén volt egy nagy strassz. Tegnap este kiesett, és amikor maga azt a gyémántot körbeadta, észrevettem, hogy éppen ugyanakkora a mérete. Így hát éjjel kifundáltam, milyen ügyes tolvajlás lenne, ha a helyére beragasztanám a gyémántot egy kis gyurmával. Biztosan senki se venné észre. Hát ezt csináltam ma este. Először elejtettem, aztán a réti küllel a kezemben keresgélni kezdtem, beleragasztottam a készenlétben tartott gyurmával a foglalatba, utána meg úgy tettem, mintha tovább keresgélnék. Arra gondoltam, hogy olyan lesz, mint az ellopott levél, tudják, hogy ott hevő mindenki orra előtt, és úgy néz ki, mint valami közönséges trasz. És be is vált, senki se vette észre. Nem is tudom, mondta Emmerstein tessék. Emmer Poinc elvette a táskát, megnézte az üres foglalatot, amelyhez még hozzá volt ragadva néhány gyurmafoszlány, majd lassan azt mondta, lehet, hogy kiesett belőle. Nézzük meg újra. Megismételték a kutatást, de ezúttal némán, feszengve. Ideges nyugtalanság lengte be a szobát. Végül sorra feladták. Csak álltak, egymásra meredve. Nincs a szobában, mondta Stein. Már pedig a szobából nem ment ki senki, tette hozzá jelentőség teljesen sírgeorge. Csend lett. Ív egyszer csak sírva fakadt. Apja megveregette a vállát. Jól van, jól van, mondta Sután. Sírgeorg jeleó Stein felé fordult. Emmer Stein mondta, az imént mormolt valamit. Amikor megkértem, hogy ismételje el, nem szólt semmit. De ami azt illeti, én hallottam, mit mondott. Ív kisasszony épp ott tartott, hogy egyikünk se vette észre, hová dugta a gyémántot. És maga azt mormolta erre, nem is tudom. Szembe kell néznünk a lehetőséggel, hogy valaki mégis észrevette és ez a valaki itt van a szobában. Szerintem az egyetlen tisztességes eljárás, ha mindannyian hagyjuk megmotozni magunkat. A gyémánt nem kerülhetett ki a szobából. Amikor sír Georgia a régi vágású angol úr szerepét alakította, senki sem múlhatta felül. Hangja őszinte és méltatlankodó volt. Mód felett kellemetlen ez az egész mondta szerencsétlenül ember Poinc. Az én hibám zokogott ív. Nem akartam. Nyugalom, gyermekem mondta a jóságosán Emmer Stein magát senki se vádolja. Emel le a törn lassú, pedás hangján így szólt. Nos, én szerintem Sír Georgie javaslatát mindannyian csak helyeselhetjük. Én minden esetre helyezlem. Egyet értek, mondta Evan Luelin. Emmeres Rustington Lady Merovére pillantott, aki biccentett. Bementek a paraván mögé, és az okogó év követte őket. Bekopogott egy pincér, de elküldték. Öt perccel később a nyolc ember hitetlenkedve kedve merett egymásra. A hajnal csillag köddé vált. 2. Emmer Parker Pine elgondolkodva nézte a vele szemben ülő fiatalember sötét bőrű, ideges arcát. Hát persze mondta. Ön vélszi, Emmer Luelin. Miért fontos ez? Emmer Parker Pine legyintett nagy, ápolt kezével. Egyáltalán nem fontos. Csak, tudja, mindig érdekelt a különböző emberfajták érzelmi reakcióinak osztályozása. Ennyi az egész. Térjünk vissza a problémájára. Nem is tudom, miért fordulok magához, mondta Evan Luelin. Keze remegett, sötét arca nyúzottnak látszott. Nem nézett ember Parker Pinera, sőt mintha kényelmetlenül érintette volna az utóbbi vizsgálódó tekintete. Nem is tudom, Miért fordulok magához, ismételte el. De hát ki az ördöghöz fordulhatnék? Az idegeimre megy, hogy semmit sem tehetek. Láttam a hirdetését, és eszembe jutott, hogy egyszer valaki beszélt nekem magáról, meg arról, hogy mindig eredményesen dolgozik, így hát eljöttem. Nyilván ostobaság volt. Egy ilyen helyzettel senki sem tudna zöldágra vergődni szó sincs róla, mondta Emmer Parker Pine. Jól tette, hogy hozzám fordult. Én a boldogtalanság specialistája vagyok. Ez az ügy láthatóan sok fájdalmat okozott magának. Biztos, hogy pontosan vázolta a tényeket. Nem hinném, hogy bármit is kihagytam volna. Poinc elővette és körbeadta a gyémántot az a rettenetes amerikai kölyök ráragasztotta a nevetséges rétiküliére, de amikor megvizsgáltuk a retikült, a gyémánt nem volt sehol. Nem találtuk meg senkinél még az öreg poincot is megmotoztuk ő maga ajánlotta fel és esküszöm, hogy a szobában sem volt sehol. A szobát pedig senki sem hagyta el. Példán a kokáért pincérek sem. Kérdezte Emmer Parker Pine. Luelin megrázta a fejét. Kimentek, még mielőtt a lány bohóckodni kezdett volna a gyémántal, utána megpovinc bezáratta az ajtót, hogy ne jöhessenek vissza. Nem, egyikünk lelkén szárad a dolog. Valóban úgy tűnik, mondta Emmer Parker pályn Az a vajás esti lap. Fakad ki Evan Luelin. Láttam, ahogy sorra felötlik mindannyiukban, hogy az lehetett az egyetlen módja. Mondja el még egyszer, pontosan hogy is történt. Nagyon egyszerű. Kinyitottam az ablakot, füttyentettem az újságosnak, lehajítottam neki egy-egy penst, ő megfeldobta a lapot. Ez a lényeg, érti csak is így tűnhetett el a gyémánt a szobából, hogy lehajítottam az utcán várakozó bűntársamnak. Nem csak így tűnhetett el, mondta Emmer Parker Pine. Maga szerint hogyan másképp ha maga nem hajította le, akkor kell lennie valami más lehetőségnek. Ja, értem. Már azt hittem, rájött valami konkrétumra. Csak annyit mondhatok, hogy én nem hajítottam le. Nem várom el, hogy higgyen nekem senkitől se várom el. Ó, oh, én hiszek magának, mondta Emmer Parker Pine. Igen. Miért? Maga nem bűnöző típus felelte Emmer Parker Pine legalábbis semmi kép sem az a fajta, aki ékszert lop. Egyes másnak az elkövetésére talán hajlamos lenne, de ebben most nem menjünk bele. Minden esetre véleményem szerint nem maga csórta el a hajnal csillagot. Mindenki más szerint viszont igen mondta keserűen Luelin. Éltem mondta Emmer Parker pine. Már akkor is furcsálkodva méregettek. Merové fölvette a lapot, és épp csak kipillantott az ablakon. Mondani nem mondott semmit. De Poinc rögtön értett belőle. Láttam, hogy mire gondolnak. Persze nyíltan senki se vádolt meg, ez a legpokolibb az egészben. Emmer Parker Pál együttérzően bólogatott. Igen, ez a legrosszabb. Pontosan. A gyanakvás. Már járt is nálam egy alak, aki kérdéseket tett fel, rutin kérdések, ahogy mondta. Az az újfajta, kikent kifent rendőrtípus. Nagyon tapintatos még csak nem is célzott semmire. Csupán az keltette fel az érdeklődését, hogy nemrég még le a mégve, most pedig szórom a pénzt. És ez igaz. Igen bejött egy két lóversenytippem. Sajnos nem irodáknál fogadtam, hanem a pályán, tehát nincs rá bizonyíték, honnan származik a pénzem. Táfolni sem tudják, Persze, de hát éppen ilyen egyszerű hazugságot találna ki valaki, ha el akarná titkolni a pénze eredetét. Egyetértek. De ennél komolyabb bizonyítékokra lesz szükségük. Ó, oh, nem attól félek én, hogy letartóztatnak, és a nyakamba varják ezt a lopást. Úgy tulajdonképpen még könnyebb is lenne, legalább tudnám, hányadán állok. Az a legszörnyűbb az egészben, hogy mindannyian azt hiszik, én tulajdonítottam el. Különösen egy valaki. Ezt hogy érti? Csak egy futó gondolat semmi egyéb mert Parker Pine ismét legyintett kellemes külsejű kezével. De azért van valaki, aki különösen fontos, nem. Mondjuk, emberes Rustington. elin sötét arca elvörösödött. Miért pont ő? De kedves uram nyilvánvalóan van valaki, akinek a véleménye fontos önnek minden bizonyal egy hölgy. Milyen hölgyek voltak a társaságban? Egy amerikai kamasz. Lady Merovey. Lady Merovey szemében ön egyenesen megdicsőülne, ha egy ilyen akciót sikerrel végbevinne. Tudok egyes mást a hölgyről. Nem marad hátra más, mint emmeres Rustington. Llewellyn kényszeredetten válaszolt. Nagyon-nagyon kellemetlen dolgokon ment keresztül. A férje egy aljas gazember volt. Azóta nem bízik senkiben. Ha-ha azt hiszi, hogy nem tudta folytatni. Értem, mondta M.R. Parker Pine. A dolog tehát igen fontos. Mielőbb tisztázni kell. Evan Kurtán felnevetett. Könnyű mondani. Megtenni sem nehéz, felelte M.R. Parker Pine. Gondolja. Ó, oh, igen a probléma teljesen nyilvánvaló. Rengeteg lehetőséget ki lehet zárni. A válasz alig, ha nem roppant egyszerű. Tulajdonképpen már sejtem is. Luelin hitetlen kedve mered rá. Emmer Parker Pine maga elé húzott egy jegyzett tömböt, és elővette a tollát. Kérem, írja le röviden a társaság tagjait. De hisz már megtettem, nem. Úgy értem, külalakra hajszín és így tovább. De hát mi köze ennek az egészhez, Emmer Parker Pine? Nagyon is sok köze lehet hozzá, fiatal ember. Osztályozás, érti. Evan két kedve lefestette a vitorlázó társaság tagjainak külsejét. Emmer Parker Pine készített néhány jegyzetet, majd odéptolta az író tömböt, és így szólt. Kitűnő. Jót eszembe, ugye azt mondta, Összetört egy boros pohár. Evan újból elcsodálkozott. Igen, leverték az asztalról, aztán valaki rálépett. Ronda dolgok ezek az üvegszilánkok, mondta Emmer Parker Pine. Kinek a pohara volt? Azt hiszem, a lányé, Evei. Á! És ki ült mellette azon az oldalon? Sir Georg Gemerové. Nem látta véletlenül, melyikük verte le az asztalról. Sajnos nem. Fontos ez. Nem igazán. Volt a fölösleges kérdés volt. Nos állt fel minden jót, Emmer Luelin. Volna szíves három nap múlva újból felkeresni. Azt hiszem, addigra felgöngyölítjük ezt a kis ügyecskét. Tréfál velem, Emmer Parker Pine. Szakmai kérdésekben sohasem tréfálok, kedves uram. Bizalmatlanságot keltenék vele az ügyfelekben. Mit szólna mondjuk péntek fél tizenkettőhöz? Pompás! 3. Pénteken déltájban Evan igencsak feldúltan lépett be ismét Emmer Parker Pine irodájába. A remény és a kétség vívott csatát a szívében. Emmer Parker Pine sugárzó mosolyjal kelt felüdvözlésére. Jó napot, Emmer Llewellyn! Foglaljon helyet! Parancsol cigarettát. Luelyn elhessegette a felkínált dobozt. Nos. Kérdezte. Nos, felelte Emmer Parker Pine, a rendőrség tegnap este már le is fülelte a bűnbandát. Bűnbandát? Miféle bűnbandát? Az Amalfi bandát. Rögtön rájuk tippeltem, amikor előadta a történetét. Felismertem a módszerüket s miután a vendégeket lefestette, már semmi kétség nem marad bennem. Mi ez az Amalfi banda? Apa, fia és menye már mintha Pietro és Mária tényleg házasok, amiben egyesek kételkednek. Nem értem. Pedig egyszerű. A nevük olasz, és bizonyára olasz eredetűek is, de az öreg Amalfi már Amerikában született. A módszerei általában ugyanazok valódi üzletembert alakít, bemutatkozik jelentős európai gyémánt kereskedőknek, aztán beveti a kis trükkjét. Ebben az esetben kifejezetten a hajnal csillagra utazott. Poinc Bogara közismert a szakmában. A lánya szerepét Mária Emelfi játszotta, elképesztő teremtés, legalább 27 éves, és majdnem mindig 16-nak tünteti fel magát. Év. Képet Ellu Elin. Pontosan. A banda harmadik tagja pedig elhelyezkedett a György királyban mint kisegítő pincér ne felegje, a nyári szezonban mindig jól jön a plusz munkaerő. Vagy esetleg lefizetett egy alkalmazottat, hogy ne menjen bedolgozni. Tehát a helyszín előkészítve. Ív fogadást ajánl az öreg pointnak, s az bele is megy. Körbeadja a gyémántot, mint előző este. Belépnek a pincérek, és Leat magánál tartja a követ, míg ki nem mennek. És amikor kimennek, megy a gyémánt is, rágógumi valatányi rajjához ragasztva, amit Pietro leszedett. Milyen egyszerű. De én később is láttam a gyémántot. Nem, nem, maga csak egy utánzatot látott, egy másolatot, ami felületes pillantásra eredetinek tűnt. Maga mondta hogy Stein jó formán meg se nézte. Év leejti, leveri a poharat is, aztán rálép mindegyikre. A gyémántnak csodával határos módon nyom a vész. Év és készséggel áll a motozók rendelkezésére. Na hát én evön döbbenten a fejét. Azt mondta, a leírásomból ráismert a bandára. Máskor is bevetették már ezt a trükköt. Nem egészen ugyanezt derájuk vallott. A figyelmem természetesen a gyermeklányra evere terelődött. Miért? Én egyáltalán nem gyanakodtam rá, és más sem. Olyan-olyan gyerekesnek látszott. Éppen ez a zseniális Mária Amalfiban. Gyerekesebb, mint bármelyik gyerek. Na és a gyurma! A fogadás spontán vetődött fel, a kisföldnek mégis volt kéznél egy kis gyurmája. Már ez is előre megfontolt szándékra vallott. Ahogy mondom, én rögtön rá kezdtem gyanakodni. Lou Elin felállt. Nos, Emmer Parker Pine, rendkívül hálás vagyok önnek. Osztályozás mormolta Emmer Parker Pine. Mindig is érdekelt a bűnöző típusok osztályozása. Természetesen elküldi majd a számlát. A tiszteledia a igen csekély lesz, mondta Emmer Parker Pine. Nem fogja jelentékenyen megcsapolni a lóverseny keresményét. De a maga helyében, fiatalember, én békén hagynám a pacsikat. Szer felett megbízhatatlan állatok. Valószínűleg igaza van, mondta Evan. Kezet rázott Emmer Parker al, és öles léptekkel kisietett az irodából. Intett egy taxinak, és Jenny Truskton lakásához vitette magát. Úgy érezte, övé az egész világ. A szerelmi nyomozók. A kis ember szetöszvét elgondolkodva nézte vele szemben ülő vendéglátóját. Furcsa barátság volt az övék. Az ezredes egyszerű vidéki úr volt, akinek egyetlen szenvedélye van, a sport. Azt a néhány hetet, amit évente Londonban kellett töltenie, végig szenvedte. Emmer Szetöszvét viszont ízigvérig városi volt. Szaktekintének számított a francia konyha, a női ruhászkodás és a társasági botrányok terén. Szenvedélyesen búvárolta az emberi természetet, és elsőrangú megfigyelője volt az emberi életnek. Benne és Melrose ezredesben ilyen formán alig ha lehetett közös vonás, hiszen az ezredest hidegen hagyták embertársai ügyes-bajos dolgai, az érzelmektől pedig egyenesen írtózott. Azért voltak barátok, mert már apáik is barátok voltak. Azon kívül többnyire közösek voltak az ismerőseik, és mindketten maradi nézeteket vallottak az új gazdagokról. Fél nyolcra járt az idő. A két férfi az ezredes lakályos dolgozó szobájában üldögélt, és Melrose éppen a múlt téli falkavadászatról mesélt nagy szakmai élvezettel. Emmer összvét, aki csak annyit tudott a lovakról, amennyi a szertartásos vasárnap reggeli istálló szemlékből nyerhető ódivató vidéki kóriákban máig szokás az ilyesmi, lankadatlan udvariassággal hallgatta. Melro eté a telefonéles hangú csörgése szakította félbe. Oldömönt az asztalhoz, és felvette a kagylót. Halló igen, itt az ezredes. Micsoda? Egész modora megváltozott? Merev lett és hivatalos. Most a köztisztviselő beszélt, nem a sportember. Néhány másodpercig hallgatott, majd így szólt, rendben van, körtisz. Már is indulok. Letette a kagylót, és vendége felé fordult. Sir James Dwighton-t holtan találták a könyvtárszobájában meggyilkolták. Micsoda? Emmer Setösvét meg volt döbbenve ugyanakkor felvillanyozódott. Azonnal át kell mennem a dervébe. Velem tart. Emmer sattelt vajítenek, ekkor jutott csak eszébe, hogy Merróz ezredes a grófság rendőrfőkapitánya. Ha nem leszek útban. Szó sincs róla. Körtis felügyelő telefonált. Derék, becsületes ember, de esze semmi. Örülnék, ha átjönne, Szetőszvét. Az a gyanúm, hogy ez ronda ügy lesz. Elkapták a tetőzt. Nem vágta rá elróz. Emmer szetöszvét gyakorlott füle árnyalatnyi tartózkodást érzett ki a kurta tagadó szóból. Átgondolta magában, mit is tud Vígdnékról. Nagy képű, nyers modorú ember volt a néhai sir James. Olyan, aki könnyen szerez ellenséget. Hatvan felé járhatott, haja őszült, arca pirosposgás. Fukarsága közismert képzeletben áttért Lady Dvítonra. Fiatal, gesztenyevörös vörös hajú, karcsú teremtés jelent meg előtte. Különféle plegykák, célozgatások, híresztelések. Tehát erről volna szó ezért lett ilyen rossz kedvű Melrose. Gyorsan megfegyelmezte magát nem akarta, hogy a fantáziája elragadja. Öt perccel később Emmer Szetöszvét helyett foglalt házigazdája mellett a kis kétülésesben, és belehajtottak az éjszakába. Az ezredes szófukar ember volt. Már vagy másfél mérföldet megtettek, amikor váratlanul megszólalt, gondolom, ismeri őket. Dvigdnékat. Hallottam róluk, természetesen. Ugyan kiről ne hallott volna Emmer Szetöszvét. A férfival egyszer találkoztam, a feleségével többször is. Szép nő, mondta Melrose. Gyönyörű. Jelentette ki Emmer Úgy gondolja. Igazi reneszánsz típus melegedett bele Emmer Fellépett azokon a színi előadásokon tudja, az a jótékonysági rendezvénysorozat, múlt tavasszal. Egészen elbűvölt. Nincs benne semmi modern színtiszta maradvány. Könnyen oda lehetne képzelni a Dózse palotába, mondjuk, Lutrezia Borgia-ként. Az autó hirtelen megfarolt, és Emmerset összvét elharapta a szavát. Miféle fatális véletlen okozhatta, hogy éppen Lutrezia Borgia jött a nyelvére. Pont a jelen körülmények között. Ugye nem méreg végzett Vítonnal? Kérdezte. Melrose kíváncsi oda pillantást vetett rá. Miért kérdezi? Ó, nem is tudom. Emmer szetöszvét zavarba esett. Csak úgy eszembe jutott. Mert nem mondta borúsan Melrose. Ha éppen tudni akarja, fejbe csapták. Egy tompa tárgyal mormolt a bölcsen bólogatva Emmer szetöszvét. Ne beszéljen úgy, mint valami Isten verte detektív történet hőse, szetöszvét. Egy bronzszoborral vágták kupán. Ó. Mondta szetöszvét, és hallgatásba burkolózott. Ismer egy Paul delangú a nevű pasast. Kérdezte egy-két perc múlva melróz. Igen. Jó képű fickó. A nők biztosan annak tartják morogta az ezredes. Nem kedveli? Nem. Pedig azt hittem volna. Kitűnő lovas. Úgy lovagol, mint egy cirkuszi mutatványos. Külföldi pojáca módjára. Emmer Szetöszvét elfolytott egy mosolyt. Szegény öreg Merróz annyira angol. Emmer Szetöszvét büszke volt Kozmopolita gondolkodására, és nem szerette az inzuláris brit életfelfogást. Erre felé járt. Kérdezte. Aldervéiben vendégeskedett, Dwight nál. Úgy hírlik, Sir James egy héttel ezelőtt kirúgta. Miért? Gondolom, rajta kapta amint a feleségének teszi a szépet. Az Isten fáját. A kocsi vadul megfarolt, majd égtelen csattanás hallatszott. Ez a legveszélyesebb útkereszteződés egész Angliában, mondta Melrose. De a pasasnak dudánia kellett volna. Mi vagyunk a főúton. Alig hanem nem ő benne esett nagyobb kár. Kiugrott az autóból. Egy alak szállt ki a másik kocsiból, és csatlakozott hozzá. Beszédété öredékek értek Szetöszvéd fülébe. Az egész az én hibám, mondta az idegen. Nem nagyon ismerem a környéket, és semmilyen jelzőtábla nem mutatja, hogy főúthoz közeledik az ember. Az ezredes megszelídülve válaszolt valamit, majd mindketten az idegen a fölé hajoltak, amelyet már is vizsgálgatott annak sofőrje. Beszélgetésük erősen műszaki jelleget öltött. Fél órába is beletelik, Attól tartok, mondta az idegen. De nem akarom feltartani önt. Örülök, hogy a kocsiának alig esett baja. Ami azt illeti, kezdte az ezredes, de hirtelen félbeszakították. Emmer Szetőszvétlázas izgatottsággal, fürgén, mint valami madár, kiugrott az autóból, és hevesen megragadta az idegen kezét. Hát tényleg maga az. Felismerni véltem a hangját, hadarta. Micsoda rendkívüli véletlen. Micsoda rendkívüli véletlen. Hogy? Kérdezte Melrose ezredes. Emmer Harley Quinn. Melrose, biztosan meséltem már magának Emmer Queenről. Melrose ezredes szemlátomást nem emlékezett ilyen esetre, de előzékenyen eljátszotta az ilyenkor szokásos szerepet, Emmer szetöszvét pedig boldogan csacsogott tovább. Nem találkoztunk már rossz. – Mióta is? – Azóta az este óta, a csörgősipkás bohócban felelte halkan a másik. – Csörgősipkás bohóc? – kérdezte az ezredes. Egy fogadó magyarázta emmer töszvét. Fura neve van. – Inkább ómódi – mondta vin. Ne feledjük, régen gyakoribb volt Angliában a csörgősipkás bohóc, mint manapság. – Bizonyára – mondta tétován Melrose pislogni kezdett. Valami különös fényjáték folytán az egyik kocsi reflektorának és a másik piros féklámpájának a megvilágításában úgy tűnt neki, mintha Emmer Quinn maga is tarka barka bohóc viselne. Nem hagyhatjuk itt csak így az út közepén folytatta közben Emmer Szetöszvét. Tartson velünk! Hármunknak is jut bőven hely, nem igaz, Melrose. Ó, oh, hogy ne! kissé kétkedő volt az ezredes hangja. Csak éppen jegyezte meg dolgunk van ugyebár, Hm, szetöszvét. Emmer szetöszvét valósággal sóbálványá vált. Gondolatok pattogtak ide-oda a fejében. Szinte reszketett az izgatottságtól. Hát persze. Kiáltotta. Tudhattam volna. Magával kapcsolatban nincsenek véletlenek, ugye, Emmer Kvin? Nem egyszerű baleset volt ez. Melrose ezredes döbbenten mered barátjára. Emmer szetöszvét karon ragadta. Emlékszik, meséltem magának a barátunkról, Derik Kaperről. Hogy miért lett öngyilkos, amire senki se jött rá. Emmer Quinn oldotta meg az ügyet és azóta voltak más esetek is. Rámutat dolgokra, amik szinte kibökik az ember szemét, még se veszi észre őket. Fantasztikus koponya. De kedves szetöszvét, zavarba hoz mondta mosolyogva Emmerkvin. Én úgy emlékszem, azokat a dolgokat egytől egyik maga fedezte fel, nem én. Igen, de csak is azért, mert maga is ott volt jelentette ki teljes meggyőződéssel Emmer szetöszvét. Hát akkor mondta Melrose ezredes, és idegesen megköszörülte a torkát, ne is vesztegessük az időt. Induljunk! Beült a vezető ülésre. Nem örült neki, hogy MR Szetöszvét lelkesedése a nyakába sózta ezt az idegent, de komoly kifogást nem emelhetett ellene, és különben is szeretett volna minél hamarabb a érni. Emmer Szetöszvét előre tessékelte Emmer Kuint, és ő foglalta el a külső ülést. A kocsi tágas volt, jutott hely bőven mindhármuknak. Tehát önt érdeklik a büntények, MR Quinn kérdezte az ezredes erőltetett szívélyességgel. Voltak éppen nem a büntények érdekelnek. Hát akkor micsoda? csoda? Emmer Quinn elmosolyodott. Kérdezzük meg Emmer Sattert Vaiteet. -e Ő olyan jó megfigyelő. Azt hiszem mondta Szetöszvét lassan, lehet, hogy tévedek, de azt hiszem, hogy Emmer Quinta a szerelmesek érdeklik. Belepirult az utolsó előtti szóba, hiszen nincs angol, aki ezt kényszeredettség nélkül ki tudnám mondani. Emmer Szetöszvét is szinte bocsánat kérően, mint egy idézőjelbe téve bögte ki. A kutya fáját. Vakkantotta az ezredes, és hallgatásba süppett. Magában arra gondolt, hogy fura egyszerzett Szetöszvét barátja. Oldalvást rá pillantott. Nem látott benne semmi kivetnivalót egészen normális fiatalember. Kis és sötét bőrű ugyan, de nem tűnik külföldinek. És most mondta fontoskodva Szetöszvét had meséljek magának erről az esetről. Vagy tíz percen át beszélt. Miközben ott ücsörgött a sötétben, száguldva az éjszakában, a hatalom mámorító érzése fogta el. Mit számít, hogy ő csak külső megfigyelője az életnek? szót szóba tud ölteni, mintába tudja rendezni őket különös, reneszánsz mintába, amely a fehér karú és vörös hajó Lord szépségéből meg a nők kedvencének, Paul Delanguának homályos, sötét figurájából áll össze. És mindennek a háttere oldövé oldövé, amely ott áll már hetedik. Henrik óta, sőt egyesek szerint még régebben. A nagyon angol oldövé, a nyírott tiszafa sövényével, csurgós csűrével, halastavával, amelyben régen szerzetesek nevelték a péntekre való pontyot. Pár ügyes ecsetvonással felfestette Sir is, a régi Devittonok egyenes ági leszármazottját, akik valaha pénzt csikartak ki a földből, és kincses ládáig zárták, hogy ha mások ínöséges napokat látnak is, oldövé urai soha se váljanak nincs telenné. Végül elhallgatott. Biztos volt benne, hogy hallgatósága odaadóan figyelt mondókájára. Várta a magasztalást, ami kiárt neki. Nem is csalódott. Maga valóságos művész, emerszet összvét. Én én igyekszem, mondta alázatosan a kis ember. Már pár perce befordultak a kapun, s most megálltak a főbejáratnál. Egy rendőr sietett le hozzájuk a lépcsőn. Jó estét, uram! Curtis felügyelő óra könyvtárszobában várja. Rendben. Melrose felszaladt a lépcsőn, a másik kettő követte. Miközben a tágas előcsarnokon átvágtak, egy idős komornyik kukucskált kiaggodalmasan egy ajtónyílásból. Melrose biccentett feléje. Jó estét, Millé. Szomorú ügy. Bizony az mondta reszketek hangon a komornyik. Alig tudom elhinni, uram hogy valaki megölje az én gazdámat. Igen, igen vágott közbe Melrose. Mindjárt beszélek magával. Belépett a könyvtárszobába. Magas, katonás tartású felügyelő üdvözölte. Ronda esett, uram. Nem nyúltam semmihez. A fegyveren nincsenek új lenyomatok. Akárki is tette, ismeri a dörgést. Emmer szetöszvét szemügyre vette a nagy íróasztalra borult alakot, majd el is kapta róla a tekintetét. A férfit hátulról ütötték le, betört a koponyája. Nem volt valami szép látvány. A fegyver a padlón hevert, két láb magas bronz figura, az alja foltos, nedves. Emmer szetöszvét kíváncsian hajolt föléje. Vénusz mondta halkan. Tehát Vénusz lett a veszte. Eltűnődött a költői gondolaton. Az ablakok jelentette a felügyelő egytől egyik be voltak csukva, és belülről bezárva. Jelentőség teljesen elhallgatott. Vagyis belső munka mondta kelletlenül a főkapitány. Hát majd kiderül. A meggyilkolt férfi golföltözéket viselt, a nagy bőr kanapén ott hevert az ütőkkel tele golfzsák. Nem sokkal előbb jött be a pályáról magyarázta a felügyelő, Követve a főkapitány pillantását. 5 óra 15-kor. A teát itt szolgálta fel a komornyik. Később csengetett az inasáért, hogy hozza le a puha papucsát. Amennyire meg tudjuk állapítani, az inas látta élve utoljára. Melrose bólintott, és ismét az íróasztalnak szentelte figyelmét. Sok dísztárgy felborult és összetört rajta. Köztük egy ókora, sötét zománcos óra, amely az oldalán hevert az asztal közepén. A felügyelő megköszörülte a torkát. Ez egy szerencsésnek nevezhető mozzanat, uram mondta. Mint láthatja, megállt. Fél hétkor. Ebből megállapíthatjuk a gyilkosság időpontját. Ez igazán jól jött. Az ezredes az órát bámulta. Ahogy mondja jegyezte meg. Nagyon jól jött. Hallgatott egy sort, majd hozzátette. Túlságosan is jól. Nem tetszik ez nekem, felügyelő úr. A másik két férfira nézett. Esdeklő tekintete emmerkúinték kereste. Az ördögbe is mondta. Túlságosan klappol. Értik? Nem így szoktak történni a dolgok. Arra céloz mormolta emmerkúin, hogy az órák nem így szoktak felborulni. Melrose egy pillanatig rámerett, majd ismét az órára nézett, amely a méltóságuktól megfosztott tárgyak szívfacsaró, ártatlan látványát nyújtotta. Melrose ezredes nagy vigyázva a lábaira állította. Erő teljesen az asztalra csapott. Az óra megbillent, de nem dőlt el. Melrose megismételte az eljárást, és az óra nagyon lassan, mint egy vonakodva a hátára esett. Mikor fedezték fel a büntényt? Kérdezte Melrose élesen. Hét körül, uram. Ki fedezte fel? A komornyik. Hívasa ide, mondta a főkapitány. Beszélni akarok vele. Mellesleg hol van Lady Dvigton? Lefeküdt, uram. A szobalány szerint gyengélkedik, senkit sem fogad. Melrose bólintott, Curtis pedig elment felkutatni a komornyikot. Emmer Kvint tűnődve nézte a kandallót. Emmer Szetöszvét követte a példáját. Egy-két percig pislogva bámulta a parázsló hasábokat, aztán valami fényesre lett figyelmes arácson. Lehajolt, és felvette az évelt kis üvegszilánkot. Hívatott, uram. A komornyik reszketeg, bizonytalan hangja volt. Emmer. Szetöszvét a mellény zsebébe csúsztatta az üvegdarabkát, és megfordult. Az öreg az ajtóban várakozott. Üljön csak le, mondta szívélyesen a főkapitány. Hiszen maga reszket. Gondolom, nagy megrázkódtatás ez magának. Bizony az, uram. Jól van, nem tartom fel sokáig. A gazdája öt után jött be, ha jól tudom. Igen, uram. Ide kérette a teáját. Azután, amikor visszajöttem a tálcáért, szólt, hogy küldjem be jennings ő az énas, uram. Ez mikor volt? Úgy hat után tíz perccel, uram. Értem is. Üzentem jenningsért, ért uram. Legközelebb már csak hétkor jöttem be ide, amikor be akartam csukni az ablakokat és behúzni a függönyöket. Akkor pillantottam meg. Melrose félbeszakította. Igen, igen, ebbe most nem kell belemennünk. Nem nyúlt a holttesthez, nem mozdított el semmit, ugyebár. Jaj, de hogy, uram. Éppen csak a telefonig merészkedtem el, hogy felhívjam a rendőrséget. Azután. Szóltam Janenek őladiszége szobalánya, uram, hogy közölje a hírt őladiszégével. Maga egész este nem látta az úrnőjét. Melrose mint egy félvárról vetette oda ezt a kérdést, de ember szetöszvét éles hallása nyugtalanságot érzett ki a szavaiból. Nem beszéltem vele, uram. Ő Ladiszége a lakrészében tartózkodik a tragédia óta. De előtte látta. Csattant a kérdés, és a szobában mindenki észrevette, hogy a komornyik csak némi tanács talankodás után válaszolt rá. Éppen-éppen csak megpillantottam, uram amint jött le a lépcsőn. Bejött ide. Emmer szetöszvét még a lélegzetét is visszafojtotta. Ő, azt hiszem, igen, uram. Mikor volt ez? Néma csend telepedett a szobára. Vajon tudja az öreg, gondolta Emmer szetöszvét, hogy mi minden függ a válaszától. Fél hét körül lehetett, uram. Melrose ezredes nagy lélegzetet vett. Rendben van, köszönöm küldje be az inast, legyen szíves. Jennings tüstént meg is jelent. Sovány képű, macska léptű ember volt. Valami alamusziság, valami titokzatosság légköre vette körül. Ez az ember, gondolta Emmer Szetöszvét, minden lelki furdalás nélkül meggyilkolná a gazdáját, ha biztosra vehetné, hogy nem leplezik le. Mohon hallgatta, Miket válaszol az inasmerróz ezredes kérdéseire? De a történet, amit előadott, egészen elfogadhatónak tűnt. Lehozta gazdájának a puha bőrpapucsot, és kivitte a cipőjét. Azután mit csinált, Jennings? Visszamentem a cselédek szobájába, uram. Mikor hagyta magára a gazdáját? Úgy negyed hét után nem sokkal, uram. Fél hétkor hol tartózkodott? Jennings. A cselédek szobájában, uram. Melrose ezredes egy biccentéssel elbocsátotta. Kérdő pillantást vetett kultisre. Stimmel, uram, ellenőriztem. A cselédek szobájában volt körülbelül 6 20 tól egészen hétig. Tehát alibie van, mondta kissé sajnálkozva a főkapitány. És különben se lehet semmi indítéka. Egymásra néztek. Kopogást hallottak az ajtó felől. Tessék! szólt ki az ezredes! Ilyet arcú szobalány jelent meg! Bocsánatot kérek, őladi szége hírét vette, hogy Melróz ezredes úr itt van, és beszélni szeretne vele! Természetesen felelte Melróz. Már is megyek! Mutassa az utat, legyen szíves! Ám ekkor egy kéz félretolta a lányt! Egészen másfajta alak tűnt fel az ajtónyílásban. Lord Wigton úgy festett, mint valami túlvilági vendég. Testhez simuló, középkorias szabású, tompa kék brokát köntöst viselt. Gesztenye vörös haja középen el volt választva, és két oldalt a füle mögé volt simítva. Tudván, hogy természettől elegáns jelenség, Lady soha sohasem járt fodrászhoz. Egyszerű konyba tűzte a haját a tarkóján. Karja csupasz volt. Egyiket kinyújtotta, hogy megtámaszkodjék az ajtó fában, másik az oldala mellett lógott, keze egy könyvet markolt. Olyan, gondolta Emmer Szetöszvét, mint valami Madonna egykorai itáliai vásznon. Az asszony imbolyogva állt az ajtóban. Melrose ezredes odaugrott hozzá. Azért jöttem, hogy elmondjam, hogy elmondjam. Halk, meleg hangja volt. Emmer sattertvai tehet úgy elbűvölték a jelenet drámai lehetőségei, hogy a valóságról egészen elfeledkezett. Kérem, Lady Dvígtön Merróz átkarolta az asszony vállát, hogy megtámogassa. Átvezette az előcsarnokon egy kis várószobába, amelynek falait kopott sejemra borította. Kvin és szetöszvét követte őket. Az asszony leroskadt az alacsony kanapéra, feje egy rozsdabarna párnára hanyatlott, szemét lehunta. A három férfi csak nézte. Az asszony hirtelen kinyitotta a szemét, és felült. Nagyon halkan így szólt. Én öltem meg. Azért jöttem le, hogy ezt megmondjam. Én öltem meg. Pillanatnyi kínos csönd támadt. Emmer sattertva a szívverése is kihagyott. Lady Dvigden mondta Melrose. Önt nagy megrázkódtatás érte nincs magánál. Nem hinném, hogy tudja, mit beszél. Vajon meghátrál most, amíg még van ideje? Pontosan tudom, hogy mit beszélek. Én lőttem agyon. A férfiak közül ketten felszisszentek, a harmadik hallgatott. Lord Wigton előre hajolt. Hát nem értik. Lejöttem, és agyon lőttem. Beismerem. A könyv, amit a kezében tartott, puffanva leesett a padlóra. Egy papírvágó volt benne, törformájú, drága köves markolattal. Emmer szetöszvét gépiesen felvette, és az asztalra tette. Veszélyei játékszer, gondolta magában. Ezzel embert lehetne ölni. Nos, Lord hangja türelmetlenül csenget, mit kívánnak tenni. Letartóztatnak. Elvisznek. Melrose ezredes alig lelte a hangját. Amit mond, az igen súlyos dolog, Lady Dvigton. Arra kell kérnem, hogy menjen fel a szobájába, amíg én intézkedem. Az asszony bólintott, és felállt. Most már egészen higgat volt, komor és hűvös. Amint az ajtó felé fordult, megszólalt Emmer mit csinált a revolverrel, Lady Dvigton. Némi tanácstalanság suhant át az asszony arcán. Én csak ledobtam a padlóra. Nem, azt hiszem, kihajítottam az ablakon. Ó, oh, igen, már emlékszem. De mit számít ez? Jóformán azt se tudtam, mit művelek. Nincs jelentősége, vagy igen. Nem felelte Emmerkvin. Igazán nincs jelentősége. Az asszony értetlenül, árnyalatnyi ijegységgel nézett rá. Aztán felvetette a fejét, és fenségesen kivonult a szobából. Emmer szetöszvét utána sietett. Attól félt, hogy bármelyik pillanatban összeeshet. De az asszony már a lépcső közepén járt, korábbi gyámoltalanságának nyoma se látszott. Az ilyet szobalánya lépcső aljánál állt, és Emmer. Szetöszvét ráparancsolt. Menjen, viselje gondját úrnőjének. Igenis, uram. A lány már indult is a kék köntösű alak után. Jaj, kérem, uram, ugye őt nem gyanúsítják. Kicsodát. csodát? Jenningset, uram. Jaj, uram, ő a légynek sem ártana. Jenningset. Nem, persze, hogy nem. Eredjen az úrnője után. Igenis, uram. A lány feliramodott a lépcsőn. Emmer szetöszvét visszament a várószobába. Melróz ezredes gonterhelten így szólt, megáll az ES. E mögött kell lennie valaminek. Tisztára olyan, mint azok az ostobaságok, amiket a hősnők művelnek a regényekben. Valószerűtlen helyeselt Emmer szetöszvét. Szimpadias. Emmer Quinn bólintott. Igen, maga szereti a drámát, nem de. Tudja értékelni a színészi képességeket. Emmer szetöszvét szórósan rámerett. Távoli hang ütötte meg a fülüket a rájuk telepedő csendben. Mintha lövés lett volna, mondta Merróz ezredes. Nyilván valamelyik vadőr. Ilyesmit hallhatott az asszony is. Lejött, hogy utána nézzen. A tetemnek nem ment a közelébe, nem vizsgálta meg. Kapásból arra következtetett, hogy? Emmer Delangua, uram. Az öreg komornyik szólalt meg bocsánat kérően az ajtónyilásban. Hogy? Kérdezte Melrose. Micsoda? Emmer Delangua van itt, uram, és beszélni szeretne önnel, ha lehetséges. Melrose ezredes hátradőlt székében. Küldje be, mondta komoran. Pár pillanat múlva Paul Delangula jelent meg az ajtóban. Ahogy Merrose ezredes már utalt is rá, volt benne valami nem angolos jelleg kecses mozgása, sötétbőrű, csinos arca, a túl közelülő szemek. A reneszánszra emlékeztetett. Őt és Loröd Vígtont mintha ugyanaz a légkör lengte volna körül. Jó estét, uraim mondta Delangua. Szimpadiasan meghajolt nem tudom, mit óhajt, Emmer Delangua mondta Merróz ezredes éles hangon, de ha nincs köze ehhez az ügyhöz. Delangua kurta nevetéssel félbeszakította. De mennyire hogy van köze hozzá? Ezt hogy érti? Úgy felelte lassan Delangua, hogy fel akarom adni magam. Én öltem meg Sir James Dvigton-t. Tisztában van vele, hogy mit beszél? Kérdezte komoran Melrose. Természetesen. A fiatalember szeme az asztalra szegeződött. Nem értem. Hogy miért adom fel magam? Nevezzük lelkifurdalásnak vagy aminek akarjuk. Én döftem le, ebben biztos lehet. Biccentett az asztal felé. Látom, a fegyvert is megtalálták. Igen alkalmas kis szerszám. Sajnos Lady Dvíton benne hagyta valami könyvben, ami elől hevert, én meg felkaptam. Egy pillanat mondta Melrose ezredes. Úgy értsem, hogy bevallja, ezzel döftele Sir james -t. Felemelte a tőrt. Igen. Bemásztam az ablakon. Háttal ült nekem. Gyerekjáték volt az egész. Azután ugyanarra távoztam. Az ablakon át. Az ablakon át, persze. És mikor történt ez? De Langua tétovázott. Lássuk csak előtte a vadőrrel beszélgettem ez negyed hétkor lehetett. Éppen megszólalt a templomharang. Szóval úgy fél hét tájban történhetett. Bősz mosoly szadozott az ezredes ajkán. Úgy bizony, fiatal ember mondta. Fél hétkor. De ezt talán már hallotta is. Viszont mód felett különös gyilkosság ez. Miért? Olyan sokan vallják tettesnek magukat, mondta Melrose ezredes. Hallották, hogy a másik felszíszen. Miért, ki vallotta még be? Kérdezte meg bicsakló hangon. Lady Dvigton. De langul a hátrévetett fejjel, erről tetettem felnevetett. Lady Dvigton hajlamos a hisztériára, mondta könnyedén. Én nem venném komolyan a maguk helyében. Nem is veszem, mondta Melrose. De van még egy furcsaság ebben a gyilkosságban. Micsoda! Nos, felelte erróz Lady végtön azt vallotta, hogy agyon lőtte Janus-t, maga pedig azt, hogy ledöfte. De tudja, mindkettejük szerencséjére nem lőtték agyon, és nem is döfték le. A koponyáját törték be. Te jó ég! Kiáltott fel Delangua. De hisz arra egy nő képtelen volna! Elharapta a szavát. Melrose halványan elmosolyodott. Olvastam már ilyesmiről, mondta. De tanúja még sose voltam. Minek? Hogy két ostoba fiatal bűnösnek vallja magát valamiben, mert azt hiszik, hogy a másik követte elmondta Melrose. Most kezdhetjük előről az egészet. Az inas. Kiáltotta Emmer Szetöszvét. Az a lány az imént akkor ügyet se vetettem rá. Elhallgatott, hogy összeszegje magát. Attól félt, hogy az inast fogjuk gyanúsítani. Kell ott lennie valamilyen indítéknak, amit mi nem ismerünk, de ő igen. Melrose ezredes a homlokát ráncolva csengetett, majd kiadta az utasítást, kéretem Lady Dvigtont, hogy fáradjon le hozzánk ismét. Csendben vártak. Amikor az asszony belépett, és megpillantotta Delanguát, kinyújtotta az egyik karját, mint aki meg akar kapaszkodni, hogy el ne essék. Melrose ezredes odaugrott hozzá. Nincs semmi baj, Lady Dvigton. Semmitől sem kell tartania. Nem értem. Hogy kerül ide ember Delangua? Delangua odalépett hozzá. Lorö. Lorö mi érted? Mit? Tudom. Értem tedd mert azt hidd. Végül is természetes, gondolom. Te angyal! Melrose ezredes megköszörülte a torkát. Nem szerette az érzelem nyilvánításokat, és írtózott minden jelenettől. Ha szabad ezt mondanom, Lady Vígtön, önnek és Emmer Delanguának szerencséje volt. Épp az imént érkezett, hogy bevallja, a gyilkosságot nem, nem ültette. Most azonban az igazat szeretnénk hallani. Csak semmi ködösítés. A komornyik szerint önfél hétkor bement a könyvtárszobába. Igaz ez. Lore de Languára nézett. A férfi bólintott. Az igazat, Lore mondta. Most erre van szükség. Az asszony felsóhajtott. Jól van, elmondom. Leereszkedett a székbe, amelyet Emmer szetöszvét tolt elé. Tényleg lejöttem. Benyitottam a könyvtárba, és láttam. Elhallgatott, nyelt egyet. Emmer szetöszvét előrehajolt, és biztatóan megveregette a kezét. Igen, mondta. Igen. Tehát mit látott? A férjem ott hevert az íróasztalra borulva. Láttam a fejét a vért jaj. Kezébe temette arcát. A főkapitány előrehajolt. Bocsánat, Lady Wigton. Azt hitte, hogy Emmer Delangua lőtte agyon. Az asszony bólintott. Ne haragudj, Paul mondta könyörögve. De magad mondtad, hogy. Hogy lelövöm, mint egy kutyát mondta komoran Delangua. Emlékszem. Aznap volt, amikor megtudtam, hogyan bánik veled. A főkapitány zordonan visszavette a szót. Jól értem tehát, Lady Dvigton, hogy ezek után ön visszament az emeletre, és senkinek sem szólt. Hogy miért, azt most ne fírtassuk. Nem nyúlt a holttesthez, nem ment az íróasztal közelébe. Az asszony megborzongott. Nem, dehogy. Egyenesen kirohantam a szobából. Értem, értem. És mikor volt ez pontosan? Emlékszik. Éppen fél hét múlt, amikor a hálószobámba értem. Tehát akkor mondjuk, hogy 6.25-kor Sir James már halott volt. A főkapitánya többiekre nézett. Az az asztali óra csak trükk volt, igaz. Kezdettől sejtettük. Az óramutatókat bármennyire be lehet állítani, de azzal, hogy az oldalára fordították, hibát követtek el. A kör ezek szerint leszűkül a komornyikra és az énasra, és nem hiszem, hogy a komornyik tette volna. Mondja csak, Lady Dvigton, nem haragudott valamiért ez a Jennings a férjére. Lore elvette a kezét az arca elől. Hogy haragudott te, nem tudom de James éppen ma reggel közölte velem, hogy felmondott neki. Lopáson érte. Na, végre jutunk valamire tehát Jenningset ajánló levél nélkül bocsátották volna el. Ez komoly probléma lett volna az ő helyzetében. Mondott valamit az óráról szólalt meg ismét Lord Victor. Elképzelhető, ha az időpontot akarják megállapítani. Jamesnél biztosan nála volt a kis golfórája. Nem lehet, hogy az is eltört, amikor előre bukott. Jó ötlet mondta lassan az ezredes. Bár attól tartok. Curtis. A felügyelő gyorsan bólintott, és kiment a szobából. Egy perc múlva vissza is jött. Tenyerén egy ezüst zsebóra hevert, olyan, akár egy golflabda, golfozóknak árulják az ilyesmit, hogy a zsebükben hordhassák a labdákkal együtt. Itt van, uram mondta, de kétlem, hogy sokra megyünk vele. Kemény jószágok ezek. Az ezredes átvette és a füléhez emelte az órát. Minden esetre úgy tűnik, megállt mondta. Megnyomta a hüvelykújjával, és az óra fedele felpattant. Meg volt repedve a borító üvege. Á! Kiáltotta diadalmasan. A mutatók pontosan negyed hetet jeleztek. Kitűnő ez a portói, ezredes úr jegyezte meg Emmertvin. Fél tízre járt, a három férfi csak az imént végzett a vacsorával Melrose ezredes otthonában. Emmer szetőszvét el volt ragadtatva. Igazam volt, mondta kuncogva. Nem tagadhatja, Emmer Oluin. Igenis azért került az utunkba ma este, hogy megmentsen két bolondos fiatalt, akik a hurogba akarták dugni a nyakukat. Valóban. Kérdezte Emmer Quinn. De hiszen én semmit sem csináltam. Mint kiderült, nem is volt rá szükség helyeselt Emmer Szetöszvét. De lehetett volna hajszál híja volt. Sohasem fogom elfelejteni azt a pillanatot, amikor Lady Dvigton bejelentette, én öltem meg. Színpadon se láttam még ilyen drámai jelenetet. Egyet értek, mondta Emmerwin. Nem hittem volna, hogy regényeken kívül is megtörténhet az ilyesmi jelentette ki az ezredes körülbelül huszadszor aznap este. Megtörtént-e? Kérdezte Emmerwin. Az ezredes elbámult. Éppen ma este, a kutya fáját. Ne feledjük persze, szólt közbe Emmer Szetöszvét előrehajolva és belekortyolva a portóiába, hogy noha Lady Dvígtön fenséges volt, egészen fenséges, azért egy hibát elkövetett. Nem kellett volna rögtön arra következtetnie, hogy a férjét agyonlőtték. És Delanguától ugyancsak ostobaság volt feltételezni, hogy a halottat ledöfték, csak mert a tőr ott hevert előttünk az asztalon. Merő véletlen volt, hogy Lady végtön lehozta magával. Valóban. Kérdezte Emmerkvin. Ha csak annyit mondtak volna, hogy ők ölték meg Sir James-t, és nem részletezik, hogy hogyan folytatta Emmer Szetöszvét, mi lett volna az eredmény. Akár hihettünk is volna nekik, mondta fura mosolyjal Emmerkvin. Tisztára olyan volt az egész, mint egy regényben, jelentette ki az ezredes. Onnan is vették minden bizonyjal, mondta Emmervin. Lehetséges helyeselt Emmer özvét. Néha a legfurább körülmények között jut eszünkbe, amit valaha olvastunk. Ránézett Emmer Kuinre. Persze, az az asztali óra kezdettől gyanús volt. Sosem szabad elfelejtenünk, milyen könnyű előre vagy visszaállítani egy órát. Quinn bólogatva ismételte meg a szavait. Előre mondta, majd elhallgatott. Vagy vissza. Volt valami nógatás a hangjában. Csillogó fekete szeme Emmer sattertvai tereszegeződött. Az asztali órát előre állították, mondta Emmer szetöszvét. Ezt tudjuk. Biztosan. Kérdezte Quinn. Emmer szetöszvét rámerett. Úgy érti, mondta lassan, hogy a zsebórát állították vissza. De hát ennek semmi értelme. Lehetetlen. Nem lehetetlen, mormolta Emmervin. De de képtelenség. Kinek szolgált volna ez előnyére? Gondolom, annak, akinek arra az időpontra alibije volt. A kutya fáját. Kiáltotta az ezredes. A fiatal Delangua azt mondta, akkor beszélgetett a vadőrrel. Ezt külön hangsúlyozta, mondta Emerset Egy Egymásra néztek. Kellemetlen érzés fogta el őket, mint akiknek kicsúszik a lábuk alól a talaj. Pörögtek, forogtak, új, váratlan arcukat mutatták a tények. És ennek az egész kaleidoszkópnak a közepén ott volt Emmer Quinn sötétbőrű, mosolygó arca. De hát akkor kezdte az ezredes, de hát akkor a fürge észjárású MR Szetöszvét fejezte be helyette a mondatot. Éppen fordítva volt. A trükköt bedobták csak hogy az énos ellen. De hát ez lehetetlen. Hiszen mindegyikük magára vállalta a gyilkosságot. Igen, mondta Emmerkvin. És egészen addig gyanakodtak is rájuk, ugyebár. Higgadt, szinte álmodozó hangon folytatta, olyan az egész, mint valami könyvben, ezt mondta az ezredes úr. Onnan is vették. Mert hiszen így viselkednek az ártatlan hősök meg hősnők. Ezért önök ártatlannak is hitték őket mellettük szólt a tradíció. Emmer Szetöszvét egyfolytában azt hajtogatta, hogy olyan az egész, mintha színpadon látná. Mindkettejüknek igazuk volt. Nem volt valószerű a dolog. Mindketten ezt mondogatták elejétől fogva, csak éppen nem voltak tudatában. Az a párocska sokkal jobb mesét itt volna ki, ha azt akarták volna, hogy higgyünk nekik. A két férfi tehetetlenül nézte. Nagyon ügyes mondta lassan emersze töszvét. Ördög ilyen ügyes. És eszembe jut még valami. A komornyik azt vallotta, hétkor bement, hogy becsukja az ablakokat, vagyis arra számított hogy nyitva lesznek. Azokon átjött bedelangul mondta mondta Quinn. Egyetlen ütéssel megölte Sir aztán ő és az asszony elvégezték mindazt, amit el kellett végezniük. Emmer sattert vai tere pillantott, mint egy nógatva, hogy rekonstruálja a jelenetet. Emmer szetöszvét akadozva bele is fogott. Eltörték és oldalára fektették az asztali órát. Igen átállították és eltörték a zsebórát. Aztán a férfi kimászott az ablakon, az asszony pedig bezárta utána. De egy valamit nem értek. Minek vacakoltak a zsebórával? Nem lett volna elég az asztali órát visszaállítani. Az önmagában már elejétől gyanús volt, mondta Emmervin. Egy ilyen nyilvánvaló trükkön mindenki átlátott volna. A zsebóra viszont valószínűtlen volt. Hiszen tiszta véletlen, hogy egyáltalán eszünk bejutott. jutott. Nem, nem mondta Emmerkvin. A hölgy hozta szóba, emlékezzék csak vissza. Emmer szetöszvét ámulva meret rá. És mégis folytatta szinte álmodozón Emmerkvin az egyetlen személy, akinek a figyelmét nem kerülte volna el a zsebóra, az éppen az inas. Az inasok tudják a legjobban, mi mindent hordanak zsebükben a gazdáik ha ő állította volna át az asztali órát, akkor a zsebórát is ugyanúgy állította volna át. Nem ismeri az emberi természetet az a párocska. Nem olyanok, mint Emmer Sze-töszvét. Emmer Szetöszvét a fejét rázta. Tévedtem mormolt a csüggetten. Azt hittem, maga azért jött, hogy megmentse őket. Úgy is van, mondta Emmervin. Csak hogy nem őket, hanem a másik kettőt. Nem figyelt fel a szobalányra. Nem viselt ugyan kék brokát köntöst, nem alakított drámai szerepet, de igen bájos leány, és azt hiszem, Fülig szerelmes ebbe a ilyen Úgy gondolom, önök meg tudják majd akadályozni, hogy az én a sakasztófára jusson. Nincs semmilyen bizonyítékunk, mondta keserűen Merróz ezredes. Emmer Quinn elmosolyodott. Emmer sattelt itenek van. Nekem. Emmer Szetöszvét megdöbbent. Emmer Quinn folytatta, bizonyítéka van rá, hogy az az óra nem sír James zsebében tört el. Egy ilyen órát nem lehet eltörni úgy, hogy fel ne nyitnánk a fedelét. Próbálják csak meg. Valaki kivette azt az órát, felnyitotta, visszaállította a mutatóit, betörte rajta az üveget, becsukta, és visszatette a zsebbe. Azt azonban nem vette észre, hogy egy üvegszilánk hiányzik belőle. Ó! Oh. Kiáltott fel emmerzetőszvét! A mellény zsebéhez kapott. Előhúzta az évelt kis darabkát. Eljött az ő pillanata. Ezzel jelentette ki drámaian emmerzetőszvét egy ember életét fogom megmenteni. Egy kutya mellett. Egy. Az elegáns hölgy a munka közvetítő asztalának túloldalán megköszörülte a torkát, és a vele szemben ülő lányra pillantott. Tehát nem érdekli az állás. Épp ma reggel regisztráltuk. Igazán szép része Olaszországnak, úgy tudom, egy özvegyember a három éves kisfiával és egy idősebb hölgy, valószínűleg az anyja vagy a nagynénje. Joyce Lambert megrázta a fejét. Nem utazhatom el Angliából, mondta fáradt hangon, okom van rá. Valami bejáró állást nem tudna ajánlani. Kissé remegett a hangja csak egy kissé, mert erőt vett magán. Sötét kék szeme könyörgőn meredt a vele szem köztülőre. Nehéz ügy, emmerre lembört. Bejáró nevelőnőnek csak is olyat keresnek, akinek megvan hozzá a képzett szége. Magának ugye nincsen nálam pedig száz meg száz ilyen van regisztrálva. Hallgatott egy sort. Van valaki-e odahaza, akit nem hagyhat magára? Joyce bólintott. Gyermek. Nem, nem gyermek. Halvány mosoly suhant át az arcán. Hát, ez sajnálatos. Természetesen mindent el fogok követni. A megbeszélés ezzel szemlátomást véget ért. Joyce felállt. Ajkába harapott, hogy ki ne csorduljanak a könnyei, amint kilépett az ápolodott levegőjű irodából az utcára. Nem szabad rótta meg magát gondolatban. Ne nyavajogi, mint valami félkegyelmű. Pánikba estél, erről van szó. Már pedig abból semmi jó nem származhat. Korai még, bármi történhet. Két hetet méri nénitől is ki lehet kuncsorogni. Gyerünk, kislány, Szaporán, ne várakoztasd meg a módos rokont. Végigment az Edgevér Roadon, át a parkon, aztán le a Victoria street ahol is befordult a katonai nagyáruházba. Az előcsarnokban leült, és az órájára nézett. Épp csak elmúlt fél kettő. Öt perccel később egy idős hölgy közeledett feléje, akinek tele volt a karja csomagokkal. A, hát itt vagy, Joyce. Attól félek, Késtem pár percet. Az étteremben már nem olyan a kiszolgálás, mint régen. Te is ebédeltél, ugye? Joyce habozott egy-két pillanatig. Igen, köszönöm, mondta halkan. Én mindig fél egykor ebédelek, jelentette Kiméri néni, és kényelmesen elhelyezkedett a csomagjaival. Kisebb a forgalom, és jobb a levegő. A köiz tojásuk fenséges. Tényleg? kérdezte elhaló hangon Joyce. A gondolatát is alig bírta elviselni a köiz tojásnak a belőle felszálló forró gőznek a mennyei illatnak. Kénytelen kelletlen kiverte a fejéből. Nyúzottnak látszol, gyermekem mondta Méri néni, aki viszont eléggé gömbölydednek látszott. Nehogy rákapja nekem erre az új módi divatra, hogy nem esznek húst. Micsoda ostobaság! Egy jókora őrüszelet még senkinek sem ártott. Joyce már majd nem kibökte, nekem sem ártana. Legalább ne beszélne ételekről Méri néni. Reményt kelt az emberben azzal, hogy fél kettőre hívja találkozóra, aztán a tetejébe köíz tojásról meg sültekről beszél ez egyszerűen kegyetlenség. Nos, kedvesen mondta Méri néni. Megkaptam a leveledet igazán kedves tőled, hogy szavámon fogtál. Azt mondtam, ugye, hogy bármikor szívesen látlak, és ez így is volna, csak hogy éppen most futott be egy igen kedvező ajánlat a házra. Ideális bérlő, hozza a saját edényeit és ágy neműjít. Öt hónapra veszi ki. Csütörtökön költözik be, én pedig megyek egyenest harrogatebe. Úgy is kínoz már egy ideje a reumám. Értem, mondta Joyce. Nagyon sajnálom úgy, hogy majd máskor kerítünk sort rá. Mindig szívesen látlak, kedvesem. Köszönöm, Méri néni. Te tényleg nyúzottnak látszol, mondta Méri néni, és alaposan szemügyre vette. És sovány is vagy, nincs rajtad semmi hús, és hová lett az a szép arcíned. Mindig olyan szép, egészséges arcíned volt. Rád férne egy kis testgyakorlás. Abból ma kijut, mondta komoran Joyce. Felállt. Mennem kell, Méri néni. És újra vissza ezúttal át a St. parkon, majd a Berkeley kareen, át az Oxford Street-en, fel az Edgeware Roadon, el a Street mellett odáig, ahol az Edgeware Road valami egészen másnak adja át a helyét. Aztán végig egy sor sötét kis mellék utcán, míg egy igen nyomorúságos házhoz nem ért kinyitotta az árat, és belépett az áporodott levegőjű lépcsőházba. Felszaladt a legfelső emeletre. Egy ajtó nézett vele szembe, az ajtó aljánál hangos szimatolás hallatszott, ami egy-kettőre boldog szűkölésbe és csaholásba váltott. Igen, Teri, drága hazajött a gazdi. Amint az ajtó kinyílt, egy fehér test vetette rá magát a lányra egy öreg, drótos szőrű, loboncos bundájú, csípás szemű teréből. Joyce a karjába kapta, és leült vele a szőnyegre. Teri, te drága. Drága, drága Teri. Szeresd a gazdit, Teri, nagyon szeresd. És Teri engedelmeskedett is, szorgosan nyalogatta Joyce arcát, fülét, nyakát, skult a farka őrjöngve verdesett közben. Teri, drága, mihez kezdünk most? Mi lesz velünk? Jaj, drága Teri, olyan fáradt vagyok. Na, kisasszony szólalt meg egy csípős hang. Ha már eleget ölelgette és csókolgatta azt az ebet, itt egy csésze jó forró tea, tessék meginni. Jaj, emmeres Barnes, hogy maga milyen kedves. Joyce sietve talpra állt. M.R.S. Barnes megtermett, ijesztő külsejű asszonyság volt. A sárkányi külszín azonban meglepően meleg szívet takart. Egy csésze jó forró tea még sosem ártott senkinek jelentette ki M.R.S. Barnes osztálya egyetemleges szentenciáját visszhangozva. Joyce hálásan kortyolgatta a teát. Szállásadó nője lopa méregette. Szerencsével járt ma, Kisasszony akarom mondani, asszonyom. Joyce megrázta a fejét, arc elborult. Aj! Sóhajtott fel emmeres Barnes. Hát ez nem a mi napunk, annyi szent. Joyce gyors pillantást vetett rá. Jaj, emmeres Barnes, csak nem azt akarja mondani, hogy... Emmeres Barnes gyászosan bólintott. Igen. Barnes már megint elveszítette az állását. Nem is tudom, mihez kezdjünk. Jaj, MRS Barnes, akkor én nyilván. Maga csak ne idegeskedjen, kedvesem. Nem tagadom, örülnék, ha végre találna valamit, de ha nem, hát nem. Megítő a teáját. Elvinném a csészét. Még nem egészen. Ha. Mondta vádló hangon MRS Barnes. Ennek a nyavajás ebnek akarja adni a maradékot, tudom én. Jaj, kérem, emmeres Barnes. Igazán csak egy keveset. Ugye nem bánja? Hiába is bánnám. Maga bele van bolondulva ebbe a mogorvadögbe. Igen, jól hallotta, annak neveztem mert az is. Ma reggel kicsi hián megmart. Ugyan, emmeres Barnes. Teri sosem tenne ilyet. Rám morgott, még a fogait is kivicsorította pedig csak azt akartam megnézni, mit lehetne kezdeni ezzel a maga cipőjével itni. Nem szereti, ha hozzányúlnak a holmimhoz. Azt gondolja, vigyáznia kell rájuk. Aztán minek egy kutyának gondolkodni? Egy kutyának nem az a dolga. Nem lenne vele semmi baj, ha szépen kikötné az udvaron, hogy eliessze a betörőket. De ez a sok ölelgetés. El kéne altatni, kisasszony, én már csak azt mondom. Nem, nem, nem. Soha, soha. Ahogy tetszik, mondta M.R.S. Barnes. Felvette a csészét az asztalról és a csésze alját a padlóról, ahol Teri éppen végzett a maga adagjával, és kiment a szobából. Teri mondta Joyce. Gyere ide, és beszélj hozzám. Mihez kezdünk most, aranyom? Leült a bicebóca karosségbe, Terivel a térdén. Elhajította a kalapját, és hátradőlt. Teri két mancsát a nyaka két oldalára fektetve szeretett teljesen megcsókolta az orrát és a szeme közét. Azután beszélni kezdett hozzá halkan, s közben a kutya fülét morzsolgatta az ujjai közt. Mihez kezdjünk emberes bámészszal, Teri? Négy héttel el vagyunk maradva és ő olyan drága, Teri annyira jóságos soha sem rakna ki bennünket. De nem élhetünk vissza a kedvességével, Teri. Ilyet nem tehetünk. Miért kell Barnesnak folyton elveszítenie az állását? Gyűlölöm Barnest. Folyton iszik. Márpedig aki folyton iszik, az munka nélkül marad. De én nem iszom, Teri, és még sincs munkám. Nem hagyhatlak el, édesem, nem hagyhatlak el nincs senki, akire bízhatnálak senki, aki jó lenne hozzád. Öregszel, teli 12 éves vagy és senkinek sincs szüksége egy vén kutyára, aki már majd nem vak, egy kicsit süket, és egy kicsit egy igen kicsit morgós. Én velem kedves vagy, szívem, de nem vagy kedves mindenkivel, igaz-e? Morox és vicsorogsz. Mert tudod, hogy a világ elind van. Csak mi maradtunk egymásnak, ugye, szívem? Teri finoman megnyalta az arcát. Beszélj hozzám, szívem. Teri elnyújtott nyögést hallatott, szinte már sóhajtásnak is beillett, és Joyce füle mögé túlt az orrával. Ugye bízol bennem, édesem. Tudod, hogy sosem hagynálak el. De mihez kezdjünk? Ezt kell most eldöntenünk, Teri. Elfészkelődött a székben, szemét félig lehunta. Emlékszel, Teri, milyen boldogok voltunk annak idején. Te és én és mit ha el és épülsz. Jaj, mit ha el? Mit ha el? Először kapott szabadságot, és meg akart ajándékozni, mielőtt visszamegy Franciaországba. Mondtam neki, hogy ne verje magát költségbe. És len voltunk vidéken és micsoda meglepetés volt. Azt mondta: Nézzek ki az ablakon, és te ott viháncoltál az ösvényen, egy hosszú pórászhoz kötve. Az a fura emberke, aki hozott, olyan kutya szaga volt, és miket beszélt. Ez Mándöfi, ez a kutyus. Nézze csak meg, asszonyság, hát nem fájintos jószág. Mondok magamban, amint az úr és az asszonyság meglátja, mindjárt azt fogják mondani: Ez Mándöfi. Egyre csak ezt hajtogatta, és sokáig így is hívtunk döfi. Jaj, Teri, olyan drága kiskölyök voltál, a kis fejedet félrehajtottad, és megállás nélkül csóváltad azt a képtelen kis farkadat. És mitha el elment Franciaországba, és nekem ott maradtál te a világ legdrágább kutyusa. Velem együtt olvastad mitha elleveleit, emlékszel. Megszagolgattad őket, mire én azt mondtam, a gazditól jött, és te megértetted. Olyan boldogok voltunk, olyan boldogok. Te és Mitha el és én. És most Mitha elhalott, te meg én meg én meg nem bírom tovább. Teri megnyalogatta. Akkor is ott voltál, amikor kihozták a táviratot. Ha te nem vagy akkor, Teri ha te beléd nem kapaszkodhatom. Néhány percig hallgatott. És azóta is együtt vagyunk, együtt vészeltünk át mindent, már pedig gondunk volt bőven, igaz-e? És most vége. Nincs senkink mit, ha el nénikéjén kívül, ők meg azt hiszik, van mit a tejbe aprítanom. Nem tudják, hogy mit, ha el elkártyázta azt a pénzt. Ezt senkinek sem szabad elárulnunk. Engem nem érdekel, akkor miért érdekelje őket? Mindenkinek joga van egy kis szórakozáshoz. Mit ha el bennünket, Teri, és csak ez számít. A rokonai mindig rossz véleménnyel voltak róla, mindenfélének elhorták. Ezt a lehetőséget nem adjuk meg nekik. De bár csak nekem is volnának rokonaim. Szörnyű, ha az embernek senki e sincs. Annyira fáradt vagyok, teri és szörnyen éhes. Alig hiszem el, hogy 29 vagyok, 69-nek érzem magam. És nem vagyok erős sem, csak úgy teszek. És borzalmas gondolataim támadnak. Tegnap kigyalogoltam egészen Ealingbe, a linkbe, Charlotte Green Cousinhoz. Gondoltam, ha fél egyre érek oda, biztosan megkínál ebéddel. Aztán amikor odaértem a házához, úgy véreztem, ez már szinte leémolás lenne. Képtelen voltam rá. Így hát visszagyalogoltam. És ez butaság az ember vagy legyen mindenre elszánt lejmoló, vagy pedig eszébe se jusson. Nem hiszem, hogy valami erős jellem volnék. Teri megint nyögött egyet, és Joyce szemébe döfött fekete orrával. Még mindig olyan ennivaló az orrod, Terry hideg, mint a fagylalt. Annyira szeretlek. Sosem tudnék megválni tőled. Képtelen volnék elaltatni, téged, nem nem nem. A meleg nyelv válhatatosan nyaldosta. Annyira megértő vagy, édesem. Bármit megtennél a gazdiért, igazam van. Teri lemászott róla, és kicsit imbolyogva oldönönt a sarokba. Ütött kopott a fogai között tért vissza. Joyce azt se tudta, sírjon-e vagy nevessen. Ez az egyetlen trükk, amit tud. Csak erre tudod gondolni, hogy segítsen a gazdián. Jaj, Teri! Teri, senki sem választhat el bennünket egymástól. Mindent megtennék, érted? De igaz-e ez? Az embernek csak úgy kiszalad a száján, és aztán, amikor beleverik az orrát, azt mondja: Na de ilyesmiről nem volt szó. Megtennék-e hát tényleg mindent? Lekuporodottál padlóra a kutyához. Tudod, Teri, az a helyzet, hogy a nevelőnőknek nem lehet kutyájuk, és a társalkodónőknek se lehet kutyájuk. Csak férjes asszonyoknak lehet kutyájuk, Teri olyan kis költséges, így ölebük, akit magukkal visznek vásárláskor, de ha valaki egy öreg, vak terriert szeret, de hát miért is ne? Homlokát ráncolva elhallgatott, és abban a pillanatban kettős koppantás hallatszott a lenti ajtó felől. Ez a posta lesz. Felugrott, leszaladt a lépcsőn, s egy levéllel tért vissza. Lehetséges. Ó, oh, bárcsak. Feltépte a borítékot. Kedves asszonyom, megvizsgáltuk a képet, és véleményünk szerint nem eredeti cipő, így, így hát az értéke gyakorlatilag a nullával egyenlő kiváló tisztelettel Sloane Rider. Joyce megmerevedett. Amikor megszólalt, egészen a hangja. Hát akkor vége mondta. Ez volt az utolsó reménységünk. De akkor sem választhatnak el bennünket. Van még egy lehetőség és az nem lejmolás lesz. Teri, drágám, most kimegyek. Mindjárt visszajövök. Joyce lesietett a lépcsőn a sötét sarokban levő telefonkészülékhez. Egy bizonyos számot kért. Férfi hang szólt bele a kagylóba, és nagyon megváltozott a tónusa, amikor rájött, hogy ki hívja. Joyce, egyetlenem. Gyere el velem vacsorázni, és táncolunk egy jót. Nem lehet mondta könnyedén Joyce. Nincs egy rongyom, amit fölvehetnék. Komoran elmosolyodott az apró szekrényében lógó üres akasztó gondolatára. Akkor mi lenne, ha felugranék hozzád? Hol is laksz? Te jó ég, az meg hol van? Leszálltunk a magas lóról, mi? De mennyire? Nos, legalább őszinte vagy. Vízlát. Körülbelül háromnegyed órával később megállt a ház előtt tartó autója. Emmeres Barnes áhítattal vegyes félelemmel kísérte fel az urat az emeletre. Egyetlenem mi csoda Hogy a pokolba kerülsz egy ilyen szörnyűséges lyukba. A büszkeség és más haszontalan érzelmek juttattak ide. Gondtalan volt a hangja, miközben a vele szemben álló férfit méregette gonyorosan. Sokan jóképűnek tartották Hallidajt. Szép szál férfi volt, széles vállú, szeme apró és fakókék, áll a jókora. Leült a bicebóca székre. Hát mondta, úgy látom, megtanultad a leckét. Ugye nem harap ez a dög? Nem, nem, dehogy. Csak-csak házőrzőnek neveltem. Helödé végig mérte az asszonyt. Szóval alábbadod, Joyce, erről van szó. Kérdezte. Joyce bólintott. Én előre megmondtam, cicám. Mindig megkapom, amit akarok. Tudtam, hogy előbb-utóbb rájössz, mit diktál a józani esz. Szerencsémre nem gondoltad meg magad, mondta Joyce. A férfi gyanakodva méregette. Jó, Cesszal sose tudhatta az ember, mire céloz. A feleségem leszel. Joyce bólintott. Amilyen hamar csak akarod. Minél előbb, annál jobb. A férfi felnevetett, és körbenézett a szobán. Joyce elpirult. De van egy feltételem. Feltételed. Megint gyanakló lett helödé pillantása. A kutyám. Ő is jön. Ez a vén madár ijesztő. Bármilyen kutyád lehet. Pénz nem számít. Nekem terik kell. Jól van, ha annyira ragaszkodsz hozzá. Joyce a szemébe nézett. Tudod, ugye, hogy nem szeretlek. Egy cseppet sem. Nem zavar. Nem vagyok fényás. Csak aztán semmi félrelépés. Ha a feleségem leszel, tisztességes viselkedést akarok. Joyce arta ismét elvörösödött. Megkapod a pénzed ellenértékét, mondta. Mit szólnál például egy csókhoz, most? Elindult feléje. Joyce mosolyogva várt. A férfi a karjába kapta, csókot nyomott az arcára, az ajkára, anyakára. Joyce nem merevedett meg, nem is húzódott el. Végül Helödi eleresztette. Veszek neked gyűrűt, mondta. Milyen legyen, Gyémántos vagy gyöngyös? Egy Rubint akarok, mondta Joyce. A lehető legnagyobb Rubint vérszínűt. Fura ötlet. Azt akarom, hogy épp az ellentéte legyen annak az apró gyöngyökkel kirakott karikának, amire mit ha el pénzéből annak idején futotta. Hogy most több szerencsével járni. Mi? Igazán tapintatos megfogalmazás. Helödé nevetve távozott. Terry, mondta Joyce nyalogas végig alaposan mindenhol, az acomat, a nyakamat főleg a nyakamat. Miközben Teri engedelmeskedett, Joyce azt mormolta. Erősen másra kell gondolni csak így lehet. Nem is hinnéd, mire gondoltam lekvárra, bolti lekvárra. Eperre, ribiszkére, málnára, damaszkuszi szilvára. És talán hamar rám is áll majd, Teri. Én legalábbis remélem, hát te. Azt mondják, a nős férfiak már csak ilyenek. Mit ha el sosem ment volna rám soha soha soha. Jaj, mit el. Kető. Joy szólom nehéz szívvel ébredt másnap. Nagyot sóhajtott, és Teri, aki az ágyán aludt, azonnal odamászott hozzá, és puszilgatni kezdte. Jaj, édesem édesem. Végig kell csinálnunk. Bár csak történne valami. Teri, drága, nem tudnál segíteni a gazdidon. Tudom, hogy megtennéd, ha lehetne. Emmeres Barnes teát és vajas kenyeret hozott fel, és lármásan gratulált. Na hát, asszonyom, csak elgondolni is, hogy hozzá fog menni ahhoz az úrhoz. Rolszal jött. Barnes egészen kiózanodott tőle, hogy egy ilyen rolz állt meg a mi kapunknál. Te jó ég, az a kutya kiült az ablakpárkányra. Szeret napozni, mondta Joyce. De veszélyes. Teri, gyere ide. A maga helyében én véget vetnék szerencsétlen jószág szenvedéseinek, mondta MRS Barnes, és rávenném az urat, hogy vásároljon nekem egy olyan kis szőrmókot, akit az úri hölgyek a mufjukban hordanak. Joyce elmosolyodott, és újból szólította Terit. A kutya esetlenül felkelt, de abban a pillanatban ebek marakodtak össze az utcán. Teri kinyújtotta a nyakát az ablakon, és ő is belecsaholt a lármába. Az ablakpárkány régi volt és korhadt. Megbillent, és Teri, túl öreg és nehézkes lévén, hogy visszanyerje az egyensúlyát, lezuhant. Joyce kétségbe esett kiáltással lerohant a lépcsőn, és ki a bejárati ajtón. Néhány másodperc múlva már ott érdelt Teri mellett. A kutya szifájdítóan szűkölt, és a testhelyzetéből arra lehetett következtetni, hogy súlyosan megsérült. Joyce föléje hajolt. Teri! Teri, drágám, 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 drágám! A kutya bágyattan próbálta csóválni a farkát. Teri a gazdi majd meggyógyít édesem. Többnyire gyerekekből álló tömegverődött összekörülöttük. Kiesett az ablakon. Hű, pocsékul néz ki. Lehet, hogy eltört a gerince is. Joyce ügyet sem vetett rájuk. MRS Barnes, merre van a legközelebbi állatorvos. Jobling itt lakik nem messze, a Mears street ha el tudja vinni hozzá. Taxi. Megengedi. Egy idősebb férfi kellemes hangja volt, épp az imént szállt ki egy taxiból. Letérdelt Teri mellé, felhúzta a felső ajkát, majd végigfuttatta kezét a kutya testén. Sajnos, lehet, hogy belső vérzése van, mondta. Csontja nem tört. Vigyük el az állatorvoshoz. Ketten felemelték a kutyát. Teri fájdalmasat vakkantott. Fogai összezárultak Joyce karján. Teri, nincs semmi baj, nincs semmi baj, öreg barátom. Betették a taxiba, és elhajtottak. Joyce szórakozott mozdulatokkal zsebkendőt tekert a karja köré. Teri ilyetten próbálta megnyalni. Tudom, drágám, tudom. Nem akartál fájdalmat okozni nekem. Semmi baj. Semmi baj, Teri. Megsimogatta a kutya fejét. A vele szemben ülő férfi nézte, de nem szólt semmit. Hamar odaértek az állatorvoshoz, és otthon is találták. Cserzet képű, nem valami rokon szemves modorú ember volt. Nem éppen finoman nyomogatta a kutya testét, miközben Joyce szenvedve nézte. Könnyek csurogtak az arcán. Halk, buzdító hangon mondta, egyre csak mondta. Semmi baj, drágám. Semmi baj. Az állatorvos kiegyenesedett. Lehetetlen megállapítani. Alapos vizsgálatot igényel. Itt kell hagynia. Jaj, nem. Sajnos muszáj. Le kell vinnem a rendelőbe. Majd telefonálok úgy fél óra múlva. Joyce sajgő jó szívvel belenyugodott. Megcsókolta Teri orrát. Könnyeitől alig látva botorkált le a lépcsőn. A férfi, aki segített neki, még mindig ott volt. Joyce már el is feledkezett róla. Még itt van a taxi. Hazaviszem. Joyce megrázta a fejét. Inkább gyalog megyek. Elkísérem. Ki fizette a taxist? Joyce alig érzékelte, hogy ott lépked mellette, szó nélkül. Amikor Emmeres Barnes házához értek, a férfi így szólt. A csuklója. Csinálnia kell vele valamit. Joyce lenézett a karjára. A, nem érdekes. Alaposan meg kell mosni, és be kell kötözni. Felmegyek magával. Felballagott Joyce szal a lépcsőn. Joyce szó nélkül tűrte, hogy kimossa és egy tiszta zsebkendővel bekösse a sebet. Csak egy valamit mondott. Terry nem akart megharapni. Soha, soha nem tenne ilyet. Egyszerűen nem tudta, hogy én vagyok az. Borzasztó fájdalmai lehettek. Igen, én is azt hiszem. És talán most is éppen fájdalmat okoznak neki. Biztos vagyok benne, hogy mindent elkövetnek az érdekében. Ha majd az állatorvos telefonál, elmehet érte, és ide haza ápolhatja. Igen, persze. A férfi hallgatott egy sort, majd elindult az ajtó felé remélem, minden rendbe jön, mondta Tétován. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Két vagy három perc múlva jutott csak eszébe Jojcenak, hogy a férfi kedves volt hozzá, és ő meg sem köszönte neki. Megjelent Emmeres Barnes egy csésze teával. Tessék, szegény kém, hoztam egy csésze jó forró teát. Látom, mennyire ki van készülve. Köszönöm szépen, M.R.S. Barnes, de nem kérek. Pedig jó tenne, aranyom. Szedje össze magát. A kutyus fölépül, és ha nem, az az úr majd vesz magának egy szép új kutyust. Ne, M.R.S. Barnes. Kérem, ne. Ha nem haragszik, szeretnék egyedül maradni. Ejnye már ös. Nézzenek oda, szól a telefon. Joyce rohant, mint a kit puskából lőttek ki. Felvette a kagylót. MRS Barnes zihálva ballagott le utána. Hallotta, hogy Joyce azt mondja: Igen, én vagyok. Micsoda! Jaj! Jaj! Igen, igen, köszönöm! Visszatette a kagylót. Arca, amikor MRS Barnes felé fordult, meghökkentette a derékasszonyságot. Mintha minden kifejezés eltűnt volna róla. Teri meghalt. M.R.S. Barnes mondta. Egyedül halt meg, nem voltam mellette. Felment a lépcsőn, belépett a szobájába, és igen határozottan becsukta maga mögött az ajtót. Na hát, mondta M.R.S. Barnes a tapétának. Öt perccel később bedugta a fejét a szobába. Joyce kihúzott derékkal ült a karosségben. Nem sírt. Itt van az udvarlója, kisasszony. Felküldjem. Joyce szeme hirtelen megvillant. Igen, kéretem. Helődi lármásan rontott be. Na, ezzel meg is volnánk. Nem vesztegettem az időt, mi. Most rögtön elviszlek erről a rettenetes helyről. Nem maradhatsz itt. Gyerünk, szedd össze a holmidat. Semmi szükség rá, Arthur. Semmi szükség. Hogy érted? Teri meghalt már nem kell feleségül mennem hozzád. Miről beszélsz? A kutyám. Teri. Meghalt. Csak azért akartam hozzád menni, hogy együtt lehessünk. Helödé vöröslő arccal bámult rá. Te megőrültél. Bizonyára. Őrültek, akik szeretik a kutyákat. Komolyan azt akarod mondani, hogy csak azért akartál hozzám jönni, mert... Ez képtelenség. Mit gondoltál, miért? Tudtad, hogy utállak. Azért, mert én velem élvezhetted volna az életet. Az én szememben mondta Joyce ez gusztustalanabb indíték, mint az enyém. Mindegy, vége, nem megyek hozzád. Fel tudod fogni, hogy gyalázatosan bánsz velem. Joyce hűvös, mégis olyan villámló tekintetet vetett rá, hogy Helödé visszahőkölt. Nem hinném. Hallottalak már arról beszélni, hogy jó vinek, tartod az életet. Nyilván engem is annak tartottál és annál jobban megvetlek. Tudtad, hogy undorodom tőled, de azt is élvezted. Amikor tegnap hagytam, hogy megcsókolj, csalódtál, mert rezzenés nélkül tűrtem. Van benned valami brutális, Artur, valami kegyetlen szeretsz fájdalmat okozni. Veled nem lehet olyan gyalázatosan bánni, hogy meg ne érdemelnéd. És most kitakarodnál a szobámból. Egyedül akarok lenni. De de hát mihez fogsz kezdeni? Kérdezte helödét tombolva. Nincs semmi pénzed. Ez csak rám tartozik. Kérlek, menj el. Te kis sátámfajzat. Te őrítő kis sátámfajzat. Még nem végeztem veled. Joyce csak nevetett. Hallidajt ez a nevetés kergette el. Annyira váratlan volt. Lebotorkált a lépcsőn, és elhajtott. Joyce nagyot sóhajtott. Feltette kopott fekete kalapját, és kiment. Gépiesen rótta az utcákat, nem gondolt, nem is érzett semmit. Valahol a szíve legmélyén volt a fájdalom nem sokára érezni is fogja, de egyelőre még nem tört fel. Elment a munka közvetítő előtt, és megtorpant. Valamit csinálnom kell. Persze, ott van a folyó. Sokszor gondoltam már rá. Végezni mindennel. De olyan hideg és nedves. Nem hiszem, hogy volna hozzá bátorságom. Nem vagyok valami bátor. Befordult a munka közvetítőbe. Jó napot, M.R.S. Lambert. Sajnos továbbra sincs bejáró állásunk. Nem számít, mondta Joyce. Most már bármilyen állást elvállalhatok. A barátom, akivel éltem elment. Tehát hajlandó külföldre utazni is. Joyce bólintott. Igen, még hozzá a lehető legmesszebb. Éppen itt van Emmer Labi, jelentkezőket hallgat meg. Beküldöm hozzá. Egy perccel később Joyce már egy kis fülkében ült, és kérdésekre válaszolgatott. Halványan ismerősnek tűnt neki a beszélgető partnere, de nem tudta hová tenni. Azután hirtelen felrezzent, mert az utolsó kérdés némileg eltért a megszokottaktól. Tud idős hölgyekkel bánni. Joyce önkéntelenül is elmosolyodott. Azt hiszem, igen. Tudja, a nagynéném, aki velem lakik, eléggé nehéz természet. Engem nagyon szeret, és alapjában véve aranyos teremtés, de egy fiatal nő talán nem sokáig bírná mellette. Azt hiszem, türelmes vagyok és kiegyensúlyozott, mondta Joyce. És mindig jól boldogultam az idős emberekkel. Bizonyos dolgokban a nagynéném körül kellene segítkeznie, egyébként azonban a három éves kisfiúmra viselne gondot. Egy éve halt meg az édesanyja. Értem. Csend lett. Ha úgy gondolja, hogy szeretné az állást, tekint is elintézetnek a dolgot. Jövő héten utazunk. Az időpontot majd tudatom, és azt hiszem, szüksége lesz egy kis előlegre is, hogy felszerelkezzék nagyon szépen köszönöm. Az bizony jó lenne. Mindketten felálltak. Egyszer csak tétován megszólalt ember a labi. Nem akarok tolakodónak látszani, de nos, hogy van a kutyája. Joyce csak most nézett az arcába. Elpirult, kék szeme jóformán feketébe váltott. A szemébe nézett a férfinak. Eddig idősesnek hitte, de nem is volt olyan öreg. A haja ősz, arca vonzóan viharedzett, válla kissé hajlott, szeme barna, és van benne valami félénk kedvesség, mint egy kutyáéban. Tényleg kutyaszerű egy kicsit, gondolta Joyce. Jaj, hát maga az. Mondta. Még csak meg se köszöntem akkor. Semmi baj. Nem vártam el. Tudtam, mit érez. Hogy van szegény jószág? Joyce szemét elöntötték a könnyek. Végig folytak az arcán. Semmi a világon nem tarthatta volna vissza őket. Meghalt. Jaj. Semmi mást nem mondott a férfi, de ez a jaj. Olyan jól esett Joyce-nak, mint régóta semmi sem. Benne volt minden, amit nem lehet szavakba önteni. Egy-két perc múlva MR-allabi akadozva így szólt. Ami azt illeti, nekem is volt egy kutyám. Két évvel ezelőtt halt meg. Éppen társaság volt nálunk, és nem értették, miért készültem ki annyira. Pokoli dolog elvárni az embertől, hogy úgy tegyen, mintha mi sem történt volna. Joyce bólintott. Én tudom, mondta Emmer a labi. Megfogta Joyce kezét, megszorította, majd gyorsan elengedte. Kiment a fülkéből. Joyce egy-két perc múlva követte, és elintézett bizonyos részleteket az elegáns hölgyel. Amikor hazaért, Emmeres Barnza küszöbön várta, azzal a leplezetlen élvezettel, amit az osztálya béliek a gyászban találnak. Hát meghozták szegény kis kutyuli tetemét jelentette be. Fenn van a szobájában. Szóltam Barnesnak, és ő bele is egyezett, hogy ás neki egy szép kis lyukat a hátsó kertben. Magnolia virag. 1. Vincent Easton a Vitton a pályaudvar fali órája alatt várakozott. Néha nyugtalanul felpillantott az órára. Azt gondolta magában, vajon hány férfi várt már így egy nőre, aki nem jött el. Belehasított a fájdalom. Mi lesz, ha Szió mégsem jön el, ha megmásította a döntését. Nőktől kitelik. Vajon biztos lehet e benne, biztos volt e benne valaha is? ismeri -e egyáltalán? Hiszen kezdettől fejtörést okozott neki. Mintha két nő lett volna a szépséges, kacagó teremtés, Richard deről felesége, és a másik a hallgatag, a rejtélyes, aki a héjmeres klóz parkjában sétált ő vele. Mint valami magnólia virág így gondolt rá akkor talán mert éppen egy magnóliafa fa alatt ízlelték meg első elragadtatott, hihetetlen csókjukat. A levegőben édes magnólia illat szállt, s egy-két bársonyos, illatos szirom ráhullott az asszony felfelé fordított arcára, mely éppen olyan hamvas és puha és néma volt, mint azok. Magnóha virág egzotikus, illatos, titokzatos. Ez két héttel ezelőtt volt a megismerkedésük másnapján. És most várta, hogy a nő eljöjjön, és örökre együtt maradjanak. Újból megrohanta a két el. Nem fog eljönni. Hogy is hihette? Annyi mindenről kellene lemondania. A gyönyörűen meres deről nem követhet el ilyesmit csak úgy észrevétlenül. Óriási hűhóval, nagy botrányjal járna, amit nem felejtenének el egy könnyen sokkal jobban, okosabban is lehet csinálni az ilyesmit például egy diszkrét válással. De erre soha egy pillanatig se gondoltak ő legalábbis nem. Vajon az asszony gondolt -e rá? Soha sem ismerte ki a gondolatait. Szinte félve kérte, hogy jöjjön el vele hiszen végül is kicsoda ő. Senki egy transvaali narancs termesztő az ezerből. Milyen élete lehetne ő mellette? London csillogása után. De mivel nagyon kívánta az asszonyt, hát megkérte rá. És az asszony csendesen, habozás vagy tiltakozás nélkül bele is egyezett, mintha a legkézenfekvőbb dolog volna a világon, hogy ő erre kéri. Holnap? kérdezte ő döbbenten, nem is akarva elhinni. És az asszony megígérte, azon a lágy, megtört hangján, mely annyira más volt, mint társasági énnének önfelett kacagása. Amikor először látta, gyémánthoz hasonlított a lobogó tűzhöz, melyet száz kristálylap vör vissza. De az első érintésre, az első csókra valami csoda folytán homályos finom gyönggyé változott hamvas rózsaszín gyönggyé, olyanná, mint a magnólia virág. Megígérte. És ő most arra várt, hogy teljesítse ígéretét. Ismét felnézett az órára. Ha nem érkezik meg hamarosan, Lekésik a vonatot. Egyszeriben megrohanta abba a sejtelem. Nem fog eljönni. Hát persze, hogy nem. Hogy is képzelhette? Ugyan mit jelent egy ígéret? Egy levél fogja várni, amikor visszatér a szállására magyarázkodó, ötölő-hatoló levél, amilyeneket a nők írnak, ha gyávaságukat akarják megindokolni. Haragot érzett haragot és keserű csalódottságot. Aztán egyszer csak meglátta, amint közeledik feléje a peronon, halvány mosolyjal az arcán. Lassan lépkedett, sietség és kapkodás nélkül, mint aki előtt ott az egész örökké valóság. Feketében volt testhez álló, puha feketében, kicsi feketek alapja keretbe foglalta azt a csodálatosan hamvas arcát. Ő csak megragadta a kezét, és ostobán mogyogta. Hát eljött, eljött. Mégis. Természetesen. Milyen nyugodt volt ő hangja. Milyen nyugodt. Már azt hittem, nem jön el, mondta, ellengedve az asszony kezét, és levegő után kapkodva. Felnyílt az asszony szeme az a gyönyörű, nagy szeme. Csodálkozás volt benne, gyermeki ámulat. Miért? Ő nem válaszolt. Félrefordult, és odaintett egy hordárt. Sietniük kellett. A következő percek nagy felfordulásban teltek. Aztán már ott ültek lefoglalt kupéjukban, és London déli részének Sivár egyenháza is suhantak el mellettük. Kető. Sziador ott ült vele szemben. Végre az övé. Most döbbent csak rá, mennyire nem tudta ezt elképzelni, egészen az utolsó percig. Nem merte elhinni. Megrémisztette az asszony varázsa, megfoghatatlansága. Lehetetlennek tűnt, hogy valaha is az övé legyen. De most vége a bizonytalanságnak. Megtették a mindent eldöntő lépést. Ránézett. Hátradőlve, mozdulatlanul ült a sarokban. A halvány mosoly még ott játszott az ajkán, szemét lesütötte, a hosszú, fekete pillák arcának hamvas évét súrolták. Ő eltűnődött, most vajon mire gondol? Min lázik? Rajtam. A férjén. Egyáltalán mi lehet a véleménye róla? Szerette-e valaha is? Vagy sohasem? Gyűlöli, vagy csak közönyös iránta? Beleszólt a gondolat, nem ismerem őt. Sosem fogom kiismerni. Szeretem, és semmit sem tudok róla, hogy mit gondol, vagy mit érez. Sziödoröderől férjén merengett. Sok férjes asszonyt ismert, akik minden habozás nélkül mesélni kezdtek neki a férjükről, hogy mennyire nem értik meg őket, mennyire fütyülnek az ő finom lelkükre. Ez az egyik legismertebb kezdeményező lépés, gondolta Vincent Easton cinikusan. De Szió egy-egy odavetett szótól eltekintve sohasem beszélt Richard erről. Easton csak annyit tudott a férfiról, amennyit mindenki népszerű ember, jó képű, elbűvölő modorú. Mindenki szerette Darelt. És mintha a felesége is kitűnő viszonyban lett volna vele. De ez semmit sem bizonyít, tűnődött Vincent. Szió jól nevelt nő esze ágában sincs kiteregetni a szennyest. És köztük egy szó sem hangzott el. A megismerkedésüket követő este óta, amikor együtt sétáltak a parkban, Némán, összeérő vállal, s ő érezte, hogy erre az érintkezésre megremeg, nem volt semmi magyarázkodás, semmi tisztázás. Viszonozta a csókjait az a néma, reszkető teremtés, akit már nem vett körül az a harsány ragyogás, amely hamvas rózsás szépségével együtt oly híressé tette. Egyetlen egyszer sem beszélt a férjéről. Vincent akkor hálás volt ezért. Örült, hogy nem kell végighallgatnia egy nő önigazolását, hogy miért is van joga behódolni a szerelemnek és a szeretet férfinak. Most azonban már aggasztotta ez a hallgatólagos némasági fogadalom. Megint elfogta a pánik a gondolatra, hogy semmit sem tud erről a különös teremtményről, aki kész az övéhez kötni az életét félt. Hogy megnyugodjék, előre előrehajolt, és rátette kezét a vele szemben levő, feketébe bújtatott érdre. Újra érezte azt az enyhereszketést, és felnyúlt a nő kezéért. Előrehajolt, és hosszan belecsókolt a tenyerébe. Érezte, hogy a nő ujjai reagálnak a kezére, felnézett a szemébe, és elégedett volt. Ismét hátradőlt az ülésén. Pillanatnyilag nem is akar többet. Együtt voltak. A nő az övé. Hamarosan megszólalt, szinte incselkedve. Maga nagyon csendes. Igen. Bizony. Hallgatott egy pillanatig, majd komor hangon így szólt, biztos benne, hogy nem bánta meg. A nőnek elkerekedett a szeme. Jaj, de hogy? nem kételkedett a válaszban. Őszinteség csenged benne. Mire gondol? Szeretném tudni. A nő halkan felelte, azt hiszem, félek. Fél. A boldogságtól. Ekkor átült melléje, magához szorította, és csókokkal halmozta el puha arcát és nyakát. Szeretem, mondta. Szeretem, szeretem. A nő válaszát a hozzá tapadó test, az engedékeny ajkakadták. Ó, visszaült a helyére. Felvett egy magazint, s a nő követte a példáját. Időről időre összeért a tekintetük a lapok fölött. És elmosolyodtak. Nem sokkal öt után értek Doverba. Úgy volt, hogy ott töltik az éjszakát, és másnap kelnek át a kontinensre. Szió Vincent előtt lépett be lakosztályuk nappaliába. Vincent két esti lapot szorongatott a kezében, ledobta őket az asztalra. Két hotelszolga behozta a podgyászukat, majd távoztak. Szió elfordult az ablaktól, az imént még ott állt, nézett kifelé. A következő pillanatban már egymás karjai közt voltak. Diszkrét kopogás hallatszott az ajtó felől, szétrebbentek. A fenébe mondta Vincent, hát már sohasem leszünk egyedül. Szió elmosolyodott. Úgy látszik, mondta halkan. Leült a szófára, és felvette az egyik lapot. A pincér behozta a teát. Szétrakta az asztalon, az asztalt odahúzta a szófához, ahol Szió ült, fürgén körül pillantott, megkérdezte, óhajtanak-e még valamit, majd távozott. Vincent, aki közben átment a szomszédos szobába, visszajött a nappaliba. És most lássunk a teához, mondta vidáman, aztán megtorpant a szoba közepén. Valami baj van. Kérdezte. Szió dermedten ült a szófán. Elködösült szemmel merett maga elé, arca halott vált. Vincent tett egy gyors lépést feléje. Mi az, drágám? Válaszol Szió feléje nyújtotta az újságot, s ujjával mutatta a szalagcímet. Vincent átvette. Csődbe ment a Hobson, jekály lúcas, olvasta. A nagy cég neve abban a pillanatban semmit sem jelentett neki, noha bosszantó módon tudatában volt, hogy ismernie kellene. Kérdőn te óra nézett. Richard a Hobson, Jack és Lucas magyarázta a nő. A férje. Igen. Vincent ismét az újságra fordította tekintetét, és gondosan átolvasta a száraz hangvételű cikket. Kellemetlen kifejezések sorjáztak benne, váratlan összeomlás, további komoly következmények, más cégekre is kihatással. Valami mozdulatot érzékelt, fölpillantott. Szió épp a kis fekete kalapját igazgatta a tükör előtt. Vincent mozdulatára megfordult. Higga tekintettel nézett a szemébe. Vincent. Richardhoz kell mennem. Vincent felugrott. Szió ne beszéljen butaságot. A nő gépiesen megismételte. Richardhoz kell mennem. De kedvesem. A nő a padlón heverő újságra mutatott. Ez azt jelenti, hogy tönkre megy mindenét elveszti. Éppen ezen a napon nem hagyhatom el. De hát elhagyta, még mielőtt hallott volna erről, legyen már esze! A nő gyászosan rázogatta a fejét. Nem érti? Richardhoz kell mennem. És nem lehetett eltántorítani tőle. Fura, hogy egy ilyen lágy, engedékeny teremtés ennyire hajthatatlan legyen. Az első pillanatok után nem vitatkozott tovább. Hagyta, hogy Vincent végigmondja, amit akart a férfi a karjaiba zárta, érzékei rabul ejtésével próbálva megtörni szilárdságát, de noha a puha száj viszonozta csókjait, valami zárkózottságot érzett az asszonyban, valami lebírhatatlant, ami minden könyörgésének ellenállt. Végül, belefáradva, beleunva a hiába való próbálkozásba, eleresztette. A könyörgésből előbb keserűségbe váltott, szemére hányva, hogy sohasem szerette. A nő ezt is némán, tiltakozás nélkül fogadta, hallgatag, megindító arca volt az élő cáfolata szavaira. Végül Vincenten elhatalmasodott a harag, a fejéhez vágott minden kegyetlen szót, ami csak eszébe jutott, csak bántani, csak térdre kényszeríteni akarta. Végül kifogytak a szavak, nem volt mit mondani a többé. Csak ült, tenyerébe temetett arccal, a vörös plüss szőnyegre meredve. Sziődörő az ajtónál állt, mint egy sápat, fekete árnyék. Mindennek vége. Isten vele, Vincent mondta halkan az asszony. A férfi nem válaszolt. Az ajtó kinyílt becsukódott. Darellék chelsea laktak, egy különös, régi házban, amely egy kis kertben állt. A ház homlokzatára Magnólia fakó fel, szutikos, kormos, de mégis Magnólia. Szió felnézett rá, amikor három órával később megállt a küszöbön. Fájdalmas mosolyra görbült a szája. Egyenesen a ház hátsó traktusában levő dolgozó szobába ment. Egy férfi járkált fel alá a szobában egy fiatal férfi, csinos, de nyúzott arcú. Megkönnyebbülten kiáltott fel, amikor az asszony belépett. Hála Isten, hogy itt vagy, Szió. Azt mondták elutaztál a városból, podgyásszal. Hallottam a hírt, és visszajöttem. Richard derő átkarolta, és lehúzta a kanapéra. Egymás mellett ültek. Szió teljesen természetes mozdulattal szabadította ki magát a karja öleléséből. Mekkora a baj, Richard? Kérdezte halkan. A lehető legnagyobb vagy is nagyon nagy. Mondd el a férfi fel alá járkált beszéd közben. Szió csak ült, és nézte. A férjének nem kellett tudnia, hogy a szoba időről időre elhomályosult, az ő hangja elhalt, és egy doveri hotel szoba jelent meg az asszony szeme előtt. De azért figyelmesen hallgatta a beszámolót. Richard ismét leült mellé a kanapéra szerencsére fejezte be, ami a házassági szerződésben rád van testálva, azt nem kaparinthatják meg. A ház is a tiéd. Szió elgondolkodva bólintott. Ennyi legalább megmarad, mondta. Tehát akkor nem is olyan rossz a helyzet. Csak újra kell kezdenünk, nem? Igen, persze. De a hangja nem tűnt őszintének, és Szió egyszeriben arra gondolt, van még valami nem mondott ti mindent. Nincs semmi más, Richard. Kérdezte Szeliden. Nincs valami még rosszabb. Férje csak némi habozás után válaszolt, rosszabb. Mi lehetne? Én nem tudom, mondta Szió. Minden rendben lesz, mondta Richard, de úgy, mint aki inkább magát próbálja megnyugtatni, nem Teót. Persze, hogy minden rendben lesz hirtelen átölelte feleségét. Örülök, hogy itt vagy, mondta. Most már, hogy itt vagy, minden rendben lesz. Történnék bármi, te itt vagy nekem, nem igaz? Igen, itt vagyok, mondta szeliden az asszony, és ezúttal nem bújt ki az ölelésből. Férje megcsókolta, és magához szorította, mintha valami fura módon vigaszt merítene a közelségéből. Te itt vagy nekem, Szió mondta megint, s az asszony ráfelelt, mint az előbb, igen, Richard. Férje lecsúszott a kanapéról, a lába elé, a padlóra. Elfáradtam, mondta nyűgösen. Micsoda nap volt, úristen! Szörnyű! Nem is tudom, mihez kezdenék, ha nem volnál itt. Hiszen a feleség mégiscsak feleség, ugye? Az asszony nem szólt, csak bólintott férje az ölébe fektette a fejét. Úgy sóhajtott fel, mint egy kimerült gyermek. Van valami, amit nem mond el nekem gondolta újból Szió. Mi lehet az? Kezét gépiesen a sima, fekete fejre téve szelíden simogatta, mint anya a gyermekét. Richard alig hallhatóan mormolta. Most már minden rendben lesz. Te nem fogsz cserben hagyni. Lélegzése egyenletesen lassult. Elaludt. Az asszony keze tovább simogatta a fejét. De a szeme az előtte levő sötétségbe merett, és semmit sem látott. Nem gondolod, Richard kérdezte Szildorő, hogy jobb lenne, ha mindent elmondanál. Három nap telt el. A szalomban voltak, közeledett a vacsora idő. Richard összerezzent, elvörösödött. Nem értem, mire célzol védekezett. Tényleg? Férje gyors pillantást vetett rá. Persze vannak bizonyos részletek. Mindent tudnom kellene ahhoz, hogy segíteszek, nem gondolod? Rithard furcsálkodva nézte. Miért gondolod, hogy a segítségedre van szükségem? Az asszony meglepődött. Kedves Rithard, a feleséged vagyok. Férje rávillantott a régi, behízelgő, nyugodt mosolyát. Az vagy, szíjó. És nagyon csinos feleség. Tudod, hogy ki nem állhatom a csúnya nőket. Róni kezdte a szobát, ami akkor volt szokása, ha valami bántotta. Nem tagadom, hogy bizonyos értelemben igazad van bögte ki. Van itt valami. Elhallgatott. Igen. Olyan átkozottul nehéz elmagyarázni az ilyesmit egy nőnek. A nők mindent értenek. Képzelődnek. Szio nem szólt semmit. Mert tudott folytatta hard, egy dolog a törvény, és más az, hogy mi helyes, és mi nem. Tehetek én valamit, ami tökéletesen rendjén való és tisztességes, ha egyszer a törvény másként ítéli meg. Tíz esetből kilencben semmi baj nem lesz belőle, aztán a tizedik góbancnak bizonyul. Szí kezdte érteni. Arra gondolt magában, miért nem vagyok meglepve. A lelkem mélyén mindig is tudtam, hogy nem egyenes ember. Richard folytatta a mondókáját. Szükségtelenül hosszan magyarázkodott. Szió hagyta, hadd álcázza e szó áradattal az ügy részleteit. Lényegében egy nagy délafrikai ingatlan körül forgott az egész. Hogy pontosan mit tett Rithard, arról neki nem kell tudnia. Elkölcsileg, biztosította a férje, minden tisztességes és elfogadható, a törvény előtt azonban nos, tény, ami tény, bűnvádi eljárásnak nézhet elébe. Gyors oldal pillantásokat vetett a feleségére, miközben beszélt. Ideges volt, feszengett. És tovább mentegette magát, magyarázta azt, aminek mesztelen igazságára egy gyerek is rájött volna. Végül aztán, Ártatlanságának kényszeres hangosztatása közben összeomlott. Talán Szió megvető tekintetének súlya alatt. Belezuhant a kandalló mellett álló székbe, s arcát a kezébe temette. Hát erről van szó, Szió mondta elgyötörtén. Mit akarsz csinálni? Felesége percig nem habozva ódömönt hozzá, letérdelt a szék mellé, s arcát az övéhez szorította. Mit lehet csinálni, Richard? Mit tehetünk? Férje magához húzta. Komolyan kérdezed. Ki tartasz mellettem? Hát persze. Hát persze, kedvesem. Richardból kitört az őszinteség, tolvaj vagyok, szíjó. Hiába is szépítjük, ez a dolog veleje tolvaj vagyok. Akkor én meg tolvaj feleség, Richard. Vagy együtt boldogulunk, vagy együtt veszünk? Hallgattak egy darabig. Aztán Richard, mintha hirtelen visszanyerte volna végkedélyét. Tudod, Szio, van egy tervem, de ezt majd később beszéljük meg. Mindjárt vacsora. Mennünk kell átöltözni. Vedd fel azt a habos izét, tudod azt a kaillott modellt. Szio csodálkozva vonta fel a szemöldökét. Itthon, vacsorához. Igen, persze, tudom. De nekem tetszik. Légy jó kislány, vedd föl. Jó kedvem lesz tőle, ha szépnek láthatlak. Szió a kaillodba öltözve jött le vacsorához. Krémfehér brokát költemény volt, aranyszálakkal átszőve, halvány rózsaszín árnyalata melegséget kölcsönzött a krém színnek. Hátul mélyen ki volt vágva, és semmi sem emelhette volna ki jobban szió nyakának és vallanak makulátlan fehérségét. Most igazán olyan volt, mint egy magnólia virág. Richard lelkes elismeréssel nézte. Derék kislány. Káprázatosan szép vagy ebben a ruhában. Bementek az ebédlőbe. Richard egész este ideges volt és furcsa, semmiségeken tréfálkozott, gélt, mintha a gondjait próbálná lerázni, kevés sikerrel. Szió többször is visszaterelte volna a beszélgetést arra, amiről vacsora előtt volt szó, de ő mindannyiszor kitért előle. Aztán amint az asszony felállt, hogy felmenjen lefeküdni, hirtelen a tárgyra tért. Nem, ne menj még. Mondanom kell valamit. Erről a nyomorult ügyről. Felesége visszaült a helyére. Richard kapkodva beszélni kezdett. Egy kis szerencsével az egészet el lehetne tussolni. Nem hagyott sok nyomot maga után. Ha bizonyos iratok nem kerülnek a csődété ő kezébe. Jelentőség teljesen elhallgatott. Iratok. Kérdezte Szió értetlenül. Úgy érted, megsemmisíted őket. Richard Grimaszt vágott. Rögvest megsemmisíteném őket, ha a kezemben volnának. Ez a feneség az egészben. Hát kinél vannak? Egy embernél, akit mindketten ismerünk. Vincente Astonnál. Szió halkan felkiáltott. Visszafojtotta volna, de Richard észrevette. Végig sejtettem, hogy tud valamit a dologról. Ezért hívtam meg hozzánk annyiszor. Talán emlékszel is rá, hogy megkértelek, légy kedves hozzá. Emlékszem, mondta Szió. Én valahogy képtelen voltam barátságba kerülni vele. Nem tudom, miért. De téged kedvel. Mondhatnám, nagyon is kedvel. Igen, kedvel mondta Szió nagyon tisztán és érthetően. Aha. Mondta Richard diadalmasan. Nagyon jó. Most már érted, mire akarok kiukadni. Biztos vagyok benne, ha elmennél Vincent Eastonhoz, és elkérnéd tőle azokat az iratokat, nem utasítana vissza. Egy szép nőt nehezebb, érted, ugye? Nem tehetem, vágta rá azonnal, Szió. Butaság! Ki van zárva? Richard arca foltokban vörösödni kezdett. Felesége látta, hogy nagyon dühös. Kislány, te nem vagy tisztában a helyzetemmel ha erre a dologra fény derül, engem lecsuknak. Tönkre megyek, megszégyenülök. Vincent Easton nem fogja felhasználni elind azokat az iratokat. Ebben biztos vagyok. Nem erről van szó. Talán nem is tudja, hogy terhelőek rám nézve. Mert csak akkor azok, ha egybevetik az ügyeimmel a számokkal, amiket nyilván elő fognak bányászni. Nem akarok belemenni a részletekbe úgy fog tönkretenni, hogy közben nem is tudja, mit csinál, ha csak valaki fel nem hívja erre a figyelmét. Ezt te is megteheted. Írj neki. Sokat érnék vele. Nem, szíjó, csak egy reményünk van. Te vagy az eduász. A feleségem vagy. Segítened kell. Menj el a stonhoz ma este. Kiáltás szakadt ki Teóból. Ma este nem. Talán majd holnap. Az Isten szerelmére, szio, hát még mindig nem érted. Holnap talán már késő lesz. Ha most azonnal elmennél Isten szállására látta, hogy az asszony összerándul, és igyekezett megnyugtatni. Tudom, öreg lány, tudom. Rémes gondolat. De ez élet-halál kérdés. Szio, ugye, nem hadd cserben. Te magad mondtad hogy bármit megtennél értem. Szió hallotta saját kemény, száraz hangját, ezt nem. Okom van rá. Élethalál kérdés, Szió. Nem tréfálok. Nézz ide. Kirántotta az egyik asztal fiókot, és elővette a revolverét. Ha volt is valami teátrális a dologban, Szió nem érzékelte. Vagy elmégy hozzá, vagy főbe lövöm magam nem tudnék szembenézni a botránnyal. Pirkadatra halott ember lennék. Ünnepélyesen esküszöm, hogy ez az igazság. Szió halkan felkiáltott. Ne, Richard, csak ezt ne. Akkor segíts. Az asztalra dobta a pisztolyt, és letérdelt az asszony mellé. Szió, drágám, ha szeretsz, ha valaha is szerettél, tedd meg ezt értem. A feleségem vagy, Szió, nem fordulhatok senki máshoz. És csak mondta, mondta, suttogott, könyörgött. Végül Szio ismét meghallotta tulajdon hangját, jól van megteszem. Richard kikísérte az ajtóhoz, és beültette egy taxiba. 3. Szio! Vincent Easton ámulva, boldogan ugrott fel. Az asszony az ajtóban állt. Fehér hermelin köpeny lógott a vállán. Isten soha látta még ilyen gyönyörűnek. Hát mégis eljött. Az asszony kinyújtott karral megállította. Nem, Vincent, nem arról van szó, amire gondol. Halkan, kapkodva beszélt. A férjem küldött. Úgy véli, vannak magánál bizonyos iratok, amelyek árthatnak neki. Azért jöttem, hogy elkérjem őket. Vincentnek földbe gyökerezett a lába. Azután Kurtán fölnevetett. Szóval ez a helyzet. Ismerősnek rém lett a minap a Hubson, Jekyll és Lucas cég, de hamarjában nem tudtam hová tenni. Nem tudtam, hogy a férjének köze van hozzá. Már egy ideje nem stimmelt náluk valami. Engem bíztak meg, hogy derítsem fel az ügyet. Valamilyen beosztottra gyanakodtam. Meg sem fordult a fejemben, hogy a főnök aludas. Szio nem szólt semmit! Vincent döbbenten meret rá. Magát nem is zavarja ez az egész kérdezte. Hogy nyersen fogalmazva a férje egy csaló? Az asszony megrázta a fejét. Nem értem, mondta Vincent. Majd csendesen hozzátette: Várna egy percet. Hozom az iratokat. Szio leült egy székre. Easton átment a másik szobába. Hamarosan visszajött, és a kezébe nyomott egy kis csomagot. Köszönöm, mondta Sio. Van gyufája. Átvette a gyufás dobozt, és letérdelt a kandalló elé. Amikor a papírok elhamvadtak, felállt. Köszönöm, mondta ismét. Szívesen válaszolta mereven Easton. Hívok taxit. Beültette a taxiba, és nézte, ahogy elhajtott. Milyen különös, merev kis találkozó volt. Az első pillanat után még a szemébe sem mertek nézni egymásnak. Hát, ennyi volt, vége. Ő elutazik, külföldre megy, és megpróbál felejteni. Szió kidugta a fejét az ablakon, és előre szólt a taxisofőrnek. Képtelen lett volna rögtön hazamenni a chelsea házba. Szüksége volt egy lélegzetvételnyi időre. A Vincentel való újabb találkozó borzalmasan felkavarta. Ó, oh, ha lehetséges volna. Összeszedte magát. Szerelmet nem érez a férje iránt, de hűséggel tartozik neki. Bajban van, ki kell tartania mellette. Bármit művelt is, szereti őt, a bűnt a társadalom ellen követte el, nem ő ellene a taxi fel alá a széles hamsteadi utcákon. A parkhoz érve hűvös, friss szellő legyezgette Szió arcát. Magához tért. A taxi elindult Chelsea felé. Richard elébe jött a halban. Nos mondta, sokáig elmaradtál. Valóban. Igen, nagyon sokáig. Minden minden rendben. Ment utána, szemében számító kifejezés honolt. Szóval minden rendben. Én maga égettem el őket. Ó. Oh. Az asszony bement férje dolgozó szobájába, és leroskadt egy nagy fotelba. Arca holcsápat volt, feje a kimerültségtől. Azt gondolta magában, bár csak elaludhatnék most, és ne ébrednék fel soha többé. Richard figyelte. Alamuszi, lopott pillantásai vissza-visszatértek rá az asszony ebből semmit sem vett észre. Nem érzékelt ő már semmit. Minden rendben ment. Már megmondtam. Biztos vagy benne, hogy azok az iratok voltak. Megnézted őket? Nem. De hát akkor. Mondtam már, hogy biztos vagyok benne. Hagy békén, Richard. Ma már nem tudnék többet elviselni. Rithard idegesen megrándult. Persze. Értem. Fel alá a szobában. Hirtelen odönönt a feleségéhez, és a vállára tette a kezét. Az asszony lerázta magáról. Ne éri hozzám. Nevetni próbált. Ne haragudj, Richard. Kikészültek az idegeim. Úgy érzem, nem tudnám elviselni, ha hozzám érnének. Tudom. Megértem. Megint járkálni kezdett fel alá. Szió! Kiáltott fel hirtelen. Borzalmasan sajnálom. Micsodát! Az asszony meglepve nézett fel. Nem lett volna szabad hagynom, hogy ilyen késő este elmenj hozzá. Nem sejtettem, hogy ilyen kellemetlenségnek leszel kitéve. Kellemetlenségnek. Szió elnevette magát. Mulattatta a szó. Fogalmad sincs róla. Jaj, Richard, fogalmat sincs róla. Miről? Hogy mi bekerült nekem ez az este, mondta komoran, maga elé meredve az asszony. Úristen! Szíjó! Ez meg se fordult a fejemben, csak-csak csak nem tedd meg azt, én értem. Az a disznó. Szíjó! Szíjó! Honnan tudhattam volna? Erre egyáltalán nem is gondoltam. Úristen! Most már szó előtt érdelve adogott, karját köréje fonta, az asszony pedig csodálkozva nézett rá, mint akinek végre elhatoltak a tudatáig a szavai. Ezt ezt nem akartam. Mit nem akartál, Richard? Hangjára összerezzent a férje. Halljam! Mit nem akartál? Szio, ne beszéljünk róla! Nem akarom tudni. Sosem akarok gondolni rá. Az asszony már teljesen magához tért, és csak nézte meretten. Szavai tisztán, világosan csengtek. Nem akartad. Mit gondolsz te, mi történt? Nem is történt meg, szíjó. Mondjuk azt, hogy nem történt meg. Az asszony csak nézte, s lassan ráébredt az igazságra. Te azt hiszed, hogy... Nem akarom. Szió félbeszakította. Azt hiszed, hogy Vincent Easton megkérte azoknak leveleknek az árát. Azt hiszed, hogy én kifizettem. Richard bágyattan, minden meggyőződés nélkül felelte, eszembe nem jutott volna, hogy ez egy ilyen ember. 4. Tényleg nem. Szió fürkészve nézett férje arcába, aki lesütötte a szemét. Miért ezt a ruhát vetetted föl velem? Miért küldtél oda egyedül? rájöttél, hogy kedvel. A bőrödet akartad menteni bármi áron, akár a becsülete árán is. Felállt. Most már értem. Ez volt a terved kezdettől fogva, de legalábbis megláttad benne a lehetőséget, és ez nem tántorított el tőle. Szió! Ne tagadd, Richard! Azt hittem, ki ismertelek már évekkel ezelőtt. Elejétől fogva tudtam, hogy nem vagy tisztességes a világgal szemben. De azt hittem, velem szemben legalább az vagy. Szió! Tagadod, amit az imént mondtam. Férje egy szót sem tudott kinyögni. Hallgass meg, Richard! Valamit el kell mondanom. Három nappal ezelőtt, amikor ez a csapás rád zúdult, a cselédektől úgy értesültél, hogy elutaztam vidékre. De ez csak részben volt igaz. Vincent Elastonnal mentem el. Richard artikulálatlan hangot hallatott. Szió egy kézmozdulattal megállította. Várri. Doverben voltunk. Megláttam az újságot és ráébredtem, mi történt. És akkor, mint tudod, visszajöttem. Elhallgatott. Richard megragadta a csuklóját. Égő szemmel merett az acába. Visszajöttél még időben. Szió keserűen felnevetett. Igen, visszajöttem, ahogy mondod, még időben, Richard. Férje elengedte a karját. A kandalló párkánynál állt, fejét felszegve. Jó képűnek, szinte fenköltnek látszott. Ebben az esetben mondta meg tudok bocsátani neked. De én nem. Csattant ez a három szó, mintha hirtelen bomba robbant volna a csendes szobában. Richard lépett egyet, és nevetséges látványt nyújtva, leesett állal meret rá. Hogy te mit mondtál, Szió? Azt mondtam, én nem tudok megbocsátani. Azzal, hogy elhagytalak egy másik férfiért, védkeztem ha a szó szoros értelmében nem is, de szándékban igen, és ez ugyanaz. De ha védkeztem is, szerelemből védkeztem. Te a házasság kötésünk óta nem vagy hű hozzám. Ó, oh, igen, tudom. Megbocsátottam, mert elhittem, hogy azért szeretsz. De amit ma este tettél, az egészen más. Az undorító, Richard olyasmi, amit egy nő nem tud megbocsátani. Eladtál engem, tulajdon feleségedet, hogy biztonságot vásárolj rajtam. Felkapta a köpenyét, és az ajtó felé indult. Szió dadogta a férje, hová mégy. Az asszony visszanézett a válla fölött. Az életben mindenkinek fizetnie kell, Richard. Én a bűnömért magánnyal fogok fizetni. Te pedig nos, te kockára tetted azt, amit szerettél, és elveszítetted. Elmégy. Az asszony nagy lélegzetet vett. A szabadságot választom. Itt már nincs keresni valóm. A férfi hallotta, amint becsukódik az ajtó. Évek teltek el, vagy csak percek. Valami lassan lehullott az ablak előtt az utolsó bársonyos, illatos magnólia szirom.